Nézzetek, Amish 9-es. Sziasztok, Hamis 9-es nézők! Újra itt a hétfő, és újra itt vagyunk. Mi is, Sanyi is itt van, mutatta is, felemelte az ujját, de rajta kívül itt van Balázs. Szevasztok, hajrá, Loki! Itt van akkor Sándorunk. Jó estét, hajrá, Lilák! Ádám. Sanyit kopizva. De miért nem így? Tamás. Sziasztok, hajrá, vegyész! Közelgő VB-re kapcsolatosan felöltöttem a piros hummelemet, csak hogy tudjátok, hogy kinek szurkolok itt a világbajnokságon. Hajrá, Dániel! Domi. Sziasztok! Hajrá, zöldek! Azt hittem, oh. A szolnoki kicsit pontos is. Tamás. Kicsit pontos is, mert Domi, légy szíves, ezt a hajrá. Azt hittem, Domi, kiszaladt egy világos két hajrá, Uruguay zöldek. Oh. Hajrá, igazi zöldek. Ah. És most két most millió vagyok, most kemény vagyok, mert egyedül vagyok zöld. Két millió fradista a levegőbe csapott, hogy megnyerték Domit is végre a hátországnak. Én mi vagyok neked, ha nem zöld, bazd? Akkor lehet, hogy csak neked szóltál rám. Meg a kedves családok. Két millió. Na, hát volt egy hétközi forduló, gyerekek, csapjunk bele a lecsóba, mert hosszúak leszünk, amiről sajnos nem sikerült megfelelő minőségi műsort gyártanunk. A technika ördöge és a Balázsék padlásán tevékenykedő villanyszerelők szakmai hozzáértése miatt sajnos ez nem jött össze. Ott is fekete vágások vannak a padláson. Megerősíthetem, nem ők gorombáskodtak, meg tettek tönkre dolgokat, itt szolgáltatói hiba volt a háttérben, remélhetőleg ma nem lesz semmi probléma. Gondolom, elindítottad a kártérítési pályát, remélem. Súlyos milliók estek ki ezzel, a csütörtökön félbe szakadt az adásunk, úgyhogy igen. Hát igen, igen. Megyünk kurvázni. Mivel egy-egy bűsorral több milliót keresünk, ezért ezt most a veszteséglistára fölírjuk, de hát mindegy, valahogy csak túl leszünk. Majd megkeressük ezzel a műsorral, gyerekek. Na, szóval. Menjünk is az első meccsre. Kisvárda Zalaegerszeg 0-3. Ki lepődött meg ezen? Hát én biztosan. Na Balázs, te miért lepődtél meg? Nagyon sima meccs volt. Nem láttam, tehát most úgy beszélek róla, mint aki csak a gólokat látta. Azok is meglepőek voltak, igenis, hogy az jutott eszembe, hogy mi a tököm ez az IKO-ba. Tehát, hogy csináltuk ugye a top 9 átigazolást így a nyáról, és ott ugye nem értettünk mindannyian egyet azzal, hogy IKO-bát miért szavaztuk fel végül is a listára, és mondtuk is, hogy talán túlértékeljük őt. Hát vezeti a góllövő listát 10 találattal. De akkor engedjétek meg ilyen David Attenborough-osan az IKO-ba jelenség mélyére. Én leástam magam nyáron a srác kapcsán azért, hogy a top 9-ben nekem volt szerencsém egy picit beszélni róla. Az a fura, hogy ugyebár úgy apostrofáljuk őt, mint ilyen klasszik bója center, de ez a srác ezt próbált cselezgetni. És egész szép átlövésből szerzett találatai vannak, kifejezetten a jobb összekötő helyről szereti kipörkölni laposan az alsót, és most is ezt tette. Úgyhogy engem is meglepett, viszont jobban meglep ez a kisvárdai szétesés, és ez hétvégén csúcsosodott ki. Szerintem Török Lászlóik elég rendesen elbukták ezt az öltözőt, úgyhogy megint majd jön Révész Attila, előveszi a papucsot, aztán majd rendet rak, hogy asszonyok, feleségek készülhetnek. Szerintem ott fejben rohadt nagy problémák vannak, és úgy hallom, hogy az asszanit el is fogják adni részben emiatt, úgyhogy mennyire örülök, hogy pont akkor voltak jó formában, amikor velünk játszottak, és előtte is, meg utána is szoptak. Hát ez ilyen, de Sándor, azt hiszem, hogy te is jeleztél, hogy téged is meglepett ez. Hát igen, mert nem tudom, tehát hogy nem indokolja semmi nekem ezt az Zalaegerszeget, hogy ennyire jó, és tény és való, hogy jó formában zárták le ezt az őszt. Ugye elpicsáztak minket, aztán simán nyertek Kisvárdán, aki itt hazai pályán, aztán a kicsit előre szaladva ugye az utolsó meccset nem nyerték meg, de hát ja, nem tehetségtelen ez az IKO-ba, tehát hogy így emlékeztünk rá, hogy mondtátok, és azért látszik, hogy ő vele vagy Moniz foglalkozott, ugye azt tudjuk, hogy nem az elmúlt pár hétben, hiszen akkor hivatalosan ezt ő nem teheti meg, de biztos Julian Jenner, vagy esetleg William Gallas, vagy valaki ott foglalkozik vele,
ügyes lett a gyerek. Lő, elhiszi magáról, és ez sokat jelent, hogy ő elhiszi magáról, mert elhiszik róla a többiek is. Úgyhogy én azt azért azt várom ettől az etétől, hogy kicsit kipukkad majd tavaszra, sőt, kívánom is nekik. Hát meglátjuk. Amúgy szerintetek Ikoba esetében ez kifutott szezon, vagy most mutatja meg az igazi tudását? Én igazából pont erre akartam reagálni, hogy tegyük fel, mi van akkor, hogyha nem most lett Ikoba jó, hanem Dobos Barna és Márton Gábor alatt volt szar. Tehát, hogy ugye itt azért már lehetett hallani, hogy ő már Amerikában is ilyen nagy cselgép volt ifista korában, meg hogy Szlovákiában is villogtatta azért ezt a tudását. Hát, de bocsánat, Tamás, csak számszerűsítsük már azt a tudást, tehát azt hiszem ilyen 4 vagy max 6 gólt szerzett a Trencsény színeibe, tehát az, ez a 10 gól, ez már a profi pályafutásának a csúcsa, és még lehet, hogy egy pár gól van benne, szerintem egyenlőre nekem inkább kifutott. Nekem ilyenkor nem mindig... arról volt szó, hanem arról, hogy cselezett. Azt meg tudod mondani, hány csele volt? Hát figyelj, hála az égnek a világhálónak köszönhetően a YouTube-on rengeteg ilyen remekbe szabott, tehát szerintem tényleg kelet-európai Vladan Filipovics legyen, aki megirigyelné ezt az összeállítást. Igen, volt. Szóval nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy Takács Tamásnak is volt egy 8 vagy 9 gólos őszi szezonja, hogy utána tavasszal rúgjon egyet. Tehát, hogy... Miért kellett elrontod már rögtön az estémet? Itt mások éjtében. Hát a sajátomat is elrontottam, nem csak a tiédet. Köszönöm, hogy... miénket is. És neki is volt nálunk, azt hiszem, szép átlövésből szerzett gólya Takácsnak. Ja, nálunk ebből, is. De azon kívül semmi. Fú, de jött. Jó, hát akkor most, hogy kintetettük az adást, köszönjük szépen nézőinknek, hogy velünk tartottatok, szép estét. Akács, de azért ő nagy cselezésekben sose volt, azért azt valljuk be. Kicsikben se vezmek. Azért voltak szép góljai. Voltak. Igen. Volt, igen. Tehát, hogy meglepődtünk, hogy ő ilyet is tud. Hát igaz, hogy egy YouTube videóban másfél percbe sikerült bele zsúfolni, de volt. Jó, hát akkor mi van, gyerekek? Kipukkadt a Kisvárda, és most már csak harmadik? Vagy ezt hogy nézzük? Kurva jól jön nekik most a szünet. Most szerintem meg lehet őket fogni a lejtő lefelé menet. Ettől függetlenül nem az, hogy ők pukkadtak ki, tehát a mezőny annyira egyben van, hogy a Kisvárda még így is egy picit felfelé lóg ki játék és játékos tudás szempontjából, hogyha télen eladják mondjuk az Assanit, vagy akár a Kamajt, akkor kurva nagy bajba lesznek, mert se a Vida, se a Navratil nem fogja tudni ezt a szintet hozni. Már pedig most van egy olyan plegyka, amit erőnk, hogy Assanit Koreából vinnék, úgyhogy még ez akár realitás is lehet. Egyébként most jött ki a nemzetközi szereplésnek a böjtje, egyértelmű. Így érthető. Eddig bírták szusszal. Kész. Ugorjunk Kecskemétre, felcsút. Kecskemét felcsút, 1-1. Nagyon jó mérkőzés volt. Hol? Ez az, hogy Tamás. Mi sem tudjuk, hogy hol. A köttől nem láttad, bazeg. Ez csak... az, hogy mi sem tudjuk, ezt akartam felvezetni, hogy mi sem tudjuk, hogy hol volt jó mérkőzés. Mert sem a tévében, sem a helyszínen nem lehetett bele semmit látni, különösen a második félidőből. Igazából klasszikusan ez a mindkét csapat annyira szeretne szarni, hogy inkább befosnak a végén történet volt. Tehát így a felcsút meghúzta az első 20 percet, aztán utána visszaállt, de találtak egy gólt az első játék rész végén. Utána a Kecskemét próbált ilyen támadásokat felépíteni, és aztán sikerült is Banó Szabónak ugye az egyenlítés, illetve volt egy lesgól is, amit hát teljesen jogosan vette a játékvezető Rejaskó Mihálynak volt ez ugye a gólja, de hát igazából nem is ez volt a lényeg, hanem itt egyrészt ugye a már felvezetett időjárási körülmények voltak a meghatározók a mérkőzésen. Tényleg én nem tudom, hogy ezen az őszön rengeteg olyan mérkőzés van, ami egyszerűen belevész a ködbe, és én azt teljesen megértem, hogy nincs már hova a VB miatt tologatni ezeket a mérkőzéseket, de legalább annyira nincs értelme ezeket lejátszani ilyen körülmények között. Másik dolog pedig, hogy játékvezetői ténykedés. Tehát azért nagyon-nagyon látszott, hogy most haladjunk így időrendi sorrendben, vagy nem is időrendi, hanem súlyossági sorrendben a kisebbtől a nagyobb felé. Ugye eleve ott kezdődött, hogy az ilyen 50-50-es szituációkat állandóan a felcsút javára ítélte meg Cirkelbach Péter játékvezető. Például Balucának az ilyen hátrakapásai azok teljesen szabályosak voltak, mert minden tovább. Még a kommentátor is megjegyezte, hogy teljesen szabályos volt, mivel nem a fejére ment. Tehát a hátraütés az teljesen szabályos, hogyha a mellkasát üti ki a
játékosnak az illető. Eközben ilyen kisebb, apró mezőnybeli faultokért például Jaskó is besárgult, vagy azt hiszem Vágó Levente is kapott sárgát, tehát teljesen következetlen volt. Hát aztán ugye utána voltak ugye a 11-es szituációk, a 2-es szituációk. Ugye Banó Szabó háromszor is elég gyanúsan elesett, amit így utólag azért többször is visszanézett az ember, és hát három szituáció volt. Az elsőnél Baluta hátulról kirúgta őt is, meg talán egy picit a labdát is elpöckölte. Ott én úgy gondolom, hogy ez szabálytalan volt a Romántól, viszont még a 16-oson kívül volt, tehát egy közeli szabadrugás lett volna a helyesítélet. Utána volt az emlékezetes kapuskirohanás, ahol ugye Banó Szabó már levette a labdát, és már csak be kellett volna paskolni, aztán érkezett Tóth Balázs. És hát, ott én nem tudom eldönteni, hogy most a földbe rúg bele Banó Szabó, vagy Tóth Balázs kaszálja el, de inkább hajlok az utóbbi felé, hogy ott azért volt kontakt a kapus és a támadó között, és abban az esetben nem mentsék, hogy nem a labda felé ment Banó Szabó, mert ilyenről azért már hallottunk a futballban, hogy kikerülős cselel is próbálkoznak egyes futballjátékosok. A harmadik pedig... Hát de várjál, Tamás, nem is akarta kikerülni, hát egyenesen átesett rajta. Hát igen, mert a labda így ment, Banó Szabó meg egyenesen, tehát az még mindig kikerülés. Hát de nem is próbálta a labda mozgását lekövetni, tehát azt nára, hogy... Hát a labdát tudnék. És már ki lett rúgva onnan alól a lába, tehát hogy neki... Azt arra én semmilyen szinten nem tudnék 11-est adni, tehát bocs. Lehet én vagyok szőrös szívű. Nekem amúgy is... És akkor volt a harmadik eset, amikor ugye már a második félidőben Batik Bence beállt Banó Szabó elé, és ezt már Cirkelbach Péter úgy ítélte meg, hogy hát ez már akkora műesés volt, hogy sárga lapot kell rá beadni, miközben oké, maga a mozdulat az, tehát inkább arra hajlok, hogy ártatlan volt, és mind a ketten egymásba rohantak, de konkrétan kontakt történt a két játékos között, tehát műesésről semmilyen esetben nem beszélhettünk, és akkor erre a kommentátor úr megjegyezte, hogy hát igen, Banó Szabó már annyiszor műesett, hogy ez már kijelent neki. Miközben azért ugye emlékszünk, hogy például az Újpest-Kecskemét mérkőzésen mire fújt Andó Szabó Sándor 11-es. Na most ezt éles kontrasztba állíthatjuk Banó Szabónak a eséseivel. Illetve aztán voltak ott a nagyon emlékezetes felcsúti szabálytalanságok, amik akár piros lapot is élhettek volna. A második fél időben Lamin Collé éppen csak beállt ugye a pályára, és rögtön talán Vágó Leventét egy ipponnal a földre küldte. Hát az szerintem nem futballpályára való jelenet volt. És csak hogy tovább borzolják a kedélyeket, 5 perce utána pedig érkezett egy előrevágott labda, amit nem igazán vettek észre a felcsúti védők. Szélen pedig volt egy nagy Krisztián elfutás. És ezt megakadályozandó ugye kiérkezett Tóth Balázs, elhagyta a 16-os területét, és aztán ő pedig szépen levette a labdát, így, hogy így volt a keze. És ugye a mellkasa felé pattant a labda, teljesen egyértelmű kezezés volt, teljesen egyértelmű a 16-oson kívül, és erre képes volt bedobást ítélni Cirkelbach Péter. Tehát se szabálytalanság, se sárga, se piros lap, teljesen érthetetlen volt, úgyhogy számomra ez a mérkőzés a következetlen játékvezetésről majd emlékezetes. Nem akarok nagy játékvezetői dolgokba belemenni, de ez, nincs meg az esemény, nekem csak most téged néztelek, hogy mutattad. Ez is ide van szorítva, és oda pattan a labda, azt én az életben nem fújnám be 11-esnek, még akkor is, hogyha az Újpest ellen pattan kézre a labda, szóval... 11-es nem is lehetett volna. Nem is lehetett, de ugye kifutott a 16-oson kívülre, és ahelyett, hogy mondjuk így levette volna, mert akkor azt mondom, hogy teljesen kurva jó vagy, Balázs, ahelyett kijött, tehát látszott, hogy kézzel próbál kijönni, aztán észreveszi, hogy elhagyta a 16-os vonalát, és akkor utolsó pillanatban ide visszahúzta. Hát inkább az, hogy szerintem arra számított, hogy a fejét fogja eltalálni, próbálta volna addig emelni, aztán úgy félig meddig jött össze. Igen, a kezét találta, ami a mellkasa előtt volt. Igen, ki kellett volna szúrni. A következetlen játékvezetést aláírom, Tamás, de megmondom őszintén, én a Kecskeméttől az elmúlt időszakban, és most leszek én akkor az ördög ügyvédje, én azt látom, hogy tényleg rájátszanak ezekre a bírói dolgokra, próbálják befolyásolni a játék. Vezető tény és való, a Koli például úgy csapott oda Vágónak, a mellkasára, de Baluca is, de azért nézegettem végig az eseteket, azért Vágó Leventét se kell félteni. Tehát én értem azt, hogy akkor se kell így törleszteni, ez tény és való, mert az nem sportszerű, de Vágó is végig húzza
rugdossa, üti, vágja. A Cole nem is tudott törleszteni, mert ugye 3 vagy 4 perc előtt állt be, tehát neki kapásból ez volt a bemutatkozása. Meg. De például a srác egyébként azt hiszem, hogy egész ígéretes helyzetbe ugrott volna ki. Értelemszerűen húzta vissza vágó, és a srác meg úgymond próbált szabadulni, és azért is csapdosott hátra. Még egyszer mondom, tehát én nem mentem fel a gambiai támadót, de azért mondom, hogy érdemes mindkét aspektusból megnézni, de ez csak az én véleményem. Jó, gyerekek, akkor mindenki tegye meg ezt, és majd írjátok meg, hogy ti hogy láttátok ezeket az Tamás eseteket. Tamás a leboxolkodáson kívül. Így van, ugorjunk a következő meccsre, az volt a Debrecen, Mezőkövesd, 1-0, és hát Balázs, hát mesélj már erről, hát micsoda extázist láttam én tőled ennél az egy gólnál. Ja. Hát elég érdekes kis meccs volt. Rögtön azt tettem fel itt kérdésnek magamnak is, meg a szerkesztőtársaknak is ilyen, hát ironikus, vagy nem tudom, hogy fogalmaznak, milyen kérdés, hogy melyik ér többet, egy ilyen utolsó pillanatos kibrusztolt győzelem, egy ilyen kicsit x-esebb meccsen, vagy mint a vasárnapi sima 3-0 idegenben a Vasas ellen. Én személy szerint az ilyeneket jobban szeretem, nyilván megélni is más egy ilyet, mint egy 3-0-ás meccset úgymond nyugodtan végignézni. Úgyhogy tényleg érdekes meccs volt, szerintem az döntött itt a javunkra, hogy mi nyerni akartunk, a Mezőköves pedig a döntetlenért jött. Tehát eleve a két csapat mentalitásából is én már azt szűrtem le az elején, mi inkább próbáltunk agresszívan letámadni, labdát birtokolni, a Köves nagyon visszahúzódott a saját tér felére, és hát volt ugye két sajnálatos fordulópontja a meccsnek, még két sérülés. Az egyik ugye Cseri Tamás rögtön az elején az első 10 percben megsérült. Nem mondom, hogy ez nekünk nem jött jól, gyakorlatilag a Kövesnek a legfontosabb kulcsembere dőlt ki. Viszont utána meg pár perccel később nálunk, hát szegény Bárány Donát egy sprint után kapott a lábához, és azonnal látszott, hogy ez ebből baj van, le is bicegett a pályáról, a sajtótájékoztatón mondta is az edzőnk, hogy ugyanarra sérült rá, ami miatt most 2 hónapig sérült volt. Az volt csak most túl, hamar lett bedobva megint. Na, ezt akarom mondani, hogy az volt a fura, igen, hogy amikor lejött a pályáról, akkor nagyon vitatkozott vele Blagojevics, meg Dombi Tibi is, most nem tudom, hogy min, hogy miért sprintelt, vagy miért erőltette ennyire ott annál a kiugratásnál azt a futást. Utána ezt is elmondta a sajtájon az edző, hogy nagyon vigyáztak az ő visszatérésével, és nem terhelték túl az edzéseken, monitorozták az állapotát, és hogy ez a probléma, ez már túlmutat minden olyan dolgon, amit vele kapcsolatban eddig tudtak. Tehát, hogy ne, sötétben tapogatóznak, nem tudják, hogy ez mire vezethető vissza ez a rengeteg sérülés Báránynál. Úgyhogy ezt ki kell majd valahogy elemezniük egy komolyabb specialistával, hogy miért van ez, hogy ő folyamatosan visszasérül, vagy új sérüléseket szed össze. Tényleg nagyon pekes a srác, és most tért vissza ugye 2 hónap után, fokozatosan kapta a terhelést, először 10 perc, 15 perc, 30 perc, most ugye... Klasszikus izomsérülések, nem Balázs? Igen, ez most igen, most ugye először lett volna kezdő. Ez most egy klasszik izomsérülés, de ugye volt neki bokaszalag szakadása, vagy húzódása, meg az Achillesével is bajlódott tavaly. Tehát, hogy mindig más jön elő neki, nem mindig ilyen izomsérülések vannak. Nem tudom, hogy így lesz-e belőle valaha is... teljes értékű játékos, mert a tehetsége meg lenne hozzá, de ez már a 3. éve, hogy nem tud végig játszani, mert folyamatosan jönnek ezek a sérülések, és mire formába lendülne, mindig kidől hosszú időre. Hát ugye most is valószínűleg azért nem egy pár hetes dologról van szó, hát ugye annyi a szerencse, a szerencsétlenségből, hogy véget ért a szezon, talán így az alapozást el tudja majd kezdeni, és akkor ott fel lehet őt építeni. Kár lenne, ha ilyen lenne az ő karrierje. Úgyhogy ez a két sérülés történt így az első fél időben, nem is nagyon volt olyan említésre méltó esemény, és hát ahogy ment előre a meccs a másodikba, a cserék is nekem azt sugalták, a két csapat cseréi, hogy mi győzni akarunk, a Kövesnek meg jó ez a 0-0. Tehát Kuttor is szépen lehozta a támadóit, hozott be helyettük védőket, védekező játékosokat, mi pedig posztra cseréltünk, meg igyekeztünk inkább úgymond előrefele frissíteni, és hát végül is
Én szerintem ez döntött, tehát így a győzött az igazság, hogy így fogalmazzak, amelyik csapat győzni akart, az a végén be is húzta a meccset, amikor már tényleg úgy tűnt, hogy ez 0-0 marad, akkor egy ilyen utolsó pillanatos oldalról Dzsuzsák beívelése után, ugye Babunszki robbant be, ráfejelte, azt még védte Pisitelli, a kipattanót pedig Sós Bence bekotorta pár méterről, úgyhogy felrobbant a stadion. Hozok is erről egy videót, mert érdemes megnézni. Még most is megyünk. Most a beadás! Ott van! Megyek! Na, hogy nekem az lenne a kérdésem, Balázs, mert ilyen gólörömöket én is hasonlóan tudok megélni, bár sok felvétel ezt nem örökítette meg, de feldobnám neked azt a kérdésemet, amit annó, mikor még én a táborba jártam sok-sok éven keresztül, tehát kapu mögé, hogy, és a haverokkal, akik ugyancsak oda jártak velem, volt egy ilyen dilemmánk, és mindig megkérdeztük egy új srácot, aki így hozzánk csapulott, hogy mit gondol róla. Melyik érzés jobb? A csapatod egy ilyen meccsen gólt lő utolsó perc, lent vagy, mélyen vagy, és óriási katarzis, vagy hát most így kisipolhatnám, de VS szex. És mi mindannyian a skrácok közül a gólra szavaztunk. Hogy ez te hogy éled meg? Erre szavazol, te is vitatkozol? Abszolút, és azért mondtam azt az elején is, hogy nekem ez akkora extázis volt, hogy tehát gondolkodtam most itt pont ma délután, hogy mi volt nekem idén a legnagyobb meccsélményem, és tényleg azért mondhatom azt, hogy voltak jó meccseink, most hirtelen gondolkodok, volt a Vidi elleni győzelmünk Dombival a kispadon, vagy a Honvéd elleni 1-3-ról 5-3, ezek is tényleg olyan nagyon durva meccsek voltak, hogy az agyunkat eldobtuk, de nekem ez a meccs volt idén, tehát 2022-ben a legnagyobb meccsélményem, nem tudom miért, ez a felvétel szerintem sokat mondó, legalább 50-szer visszanéztem szerda óta, úgyhogy nagyon emlékezetes volt ez az utolsó pillanatos győzelem. Én ezeket imádom, ezeket az utolsó pillanatban behúzzuk, vagy döntetlenre mentjük, és ezzel mennybe megyünk, úgyhogy abszolút imádom az ilyen meccseket. Pedig az összefoglalóban azt jól láttam, hogy egyébként ez, tehát szerintem ezen a meccsen csak az összefoglaló alapján nem voltatok jobbak, legalább annyi helyzete volt. Kövesnek is. Nem, azzal nem értek egyet, én nem volt sok helyzet a meccsen, tehát ami meg volt, az meg inkább előttünk. Nagyon szar meccs volt, igen, tehát mondom, a Köves nem erőltette a dolgot, tehát most jó, régen volt már a meccs, meg azóta már volt másik, és most így nem is tudom felidézni a helyzeteket, talán másfél perc volt az összefoglaló, amit összevágtak ebből. Abban én szerintem Kövesdi helyzet nem volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem megérdemeltük azért, mert mi győzni akartunk, tehát azért mondtam azt, hogy a cserék is abszolút erre sugaltak, hogy nekünk kell a 3 pont, ez egy teljesen kiki meccs volt. A Köves meg megelégedett volna vele, úgyhogy én azt mondom, hogy megérdemeltük. Mindenféle tekintetben. Oké, és látom a csetet is, ez a hasonlat, ez így megmozgatta. Mindenki gondolkozzon el magától. Egyrészt biztos mindenki tudna mondani olyan gólt, aminél volt már rosszabb szexe, de hogy egy jónál is lehet jobb egy gól. És mi abban mindannyian egyetértettünk ott. De zárom ezt a témát. Zárjátok ezt a témát, már még ez annyit reagálnék, hogy jó csaj nem egyenlő jó szex, de menjünk is a következőre. Ferencváros, Paks, 3-2.
Megérdemelte a Fradi a győzelmet, milyen fura, hogy most ilyen simán le tudták győzni a Paksot, nem valami egyezményes döntetlen volt. Jogos volt-e Walter Robert kifakadása? Gyerekek, semmit nem tudok erről a meccsről, nem látom. Kérdezzük meg Domit, mert ő hajrá zöldezett itt az elején. Ja, tényleg, Domit, tényleg. Itt két zöld csapat volt, légy szíves, mint szakavatott szakember a témában. Hát fordulatos mérkőzés volt, mint a Hollywoodba írták volna. Köszönjük, történetet. Következő Újpest. Én is ennyit tudok erről mondani, tehát nyilván nem láttam a meccset, és ez nem szép dolog egyébként egy ilyen műsorban így beülni, de tényleg most rengeteg volt, meg hétköznap, meg dologidő, meg nem tudom mi. Nem tudom, én egyébként hiszek Waltnernek. Így láthatatlanban is, hogy biztos, hogy igaza volt. Nem emlékszem, hogy mit mondod, de igaza sok volt. Sok mindent mondod, melyik részére gondolsz. Mindegyikben igaza volt, menjünk végig, értve ne. Menjünk tovább. Én azt akarom mondani, hogy ha tényleg ennyire nem tudtok erről beszélni, akkor én megkérdezném tőletek, hogy szerintetek is a magyar foci sikere a Fradi? És akkor szerintem itt ülünk évfélig. De nem. Én itt is az összefoglalót láttam ezen a meccsen. Ugye két szervezetet a Paks, Botkának egy ilyen nagyon érdekes, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem beadásnak akarta. Én szerintem konkrétan azt nem akarta ő kapura fejelni. Igen. Tehát én néztem azt a gólt, hogy nem hiszem el, hogy olyan kiszorított helyzetből, olyan messziről ő azt kapásból így be akarta fejelni. Meg jött is rá egyébként társ, tehát hogy jó felé ment volna, bement. Hát lövésből is láttunk jó pár ilyet, hogy beadásnak szánta, és óriási gól lett belőle most. Szerintem ez ebből a szempontból mindegy. Én a Waltner, tehát én nyilván egy Fradi győzelmen sokat nem fogok itt elemezni, de a Waltner nyilatkozatot megnéztem, meg így küldtem is a többieknek, és hogy egyrészt nagyon érzelmes, tehát hogy szerintem ezen a héten több olyan nyilatkozatot is kaptunk, először Waltnertől, aztán picivel később Huszti Szabolcstól, ezen nem sokára ki is térünk majd a következő meccsnél, ami így felüdülés a szokásos bullshit, unalmas, lőzungokat puffogtató közhely, gyűjteményt bemutató edzői nyilatkozatokhoz képest. Tele volt érzelem, mert én azt hittem egyrészt, hogy vagy elpityergi majd magát, vagy neki megy az riporternek, vagy ott hagyja az interjút a felénél, tehát hogy ilyen érzelmi hullámzások voltak. Ha igazságtalan lett volna az eredmény, akkor hidd el, neki megy a riporternek, a Pak saját magát verte meg ezen a meccsen. Tehát kihagyott Hány János, mondjuk az egyiket nem nevezném Zicsernek, azt hiszem, hogy a 25-30-ról megpróbálta átemelni Dibuszt, aki gyönyörűen védett. A második az már tényleg az volt. Igaza van olyan szempontból, hogy sokszor következetlenek a bírók, de nem ezen a meccsen. Tehát ezen a meccsen a 11-es szerintem abszolút adható, fújható volt. Tiszta volt. Hát Kádár János. A Vasasról később beszélünk. Kádár Tamás ilyen nagyon bután, sután fedezte a labdát, és mi a tökömért lendítette a lábát, Máé pedig teljesen okosan odabújt, és hagyta magát úgymond felrugni. Amit kihagyott a Paks, az berugott a Fradi, tehát ilyen egyszerű. Én részben ilyen szempontból nem értem Waltner Robert kifakadását, mert erre a meccsre nem volt igaz. Tehát a Fradi jobb volt, berúgta a helyzeteit, az már másik kérdés, hogy az első gólnál a Bőle kiugratásakor azt a helyzetet nem igazán játszották vissza. Ott nem volt perdöntő felvét, hogy a Paks első gólja nem volt les. Pedig azért azt varozták, nézték, de nem mertek egyértelmű perdöntő felvételt itt betolni a TV közvetítés során. Hát minimum véleményes. Úgyhogy szerintem a Fradi még a nehezen is, de behúzta, a Paks csak saját magának köszönheti, hogy ebből nem lett egy pont. Nekem az volt furcsa, hogy olyan majd a Waltner interjúhoz kanyarodok vissza, hogy olyan dolgokat hasonlított össze, ami ilyen Ctrl-C, Ctrl-V, tehát hogy ami itt nálunk akkor a Kádár esete, az tízi, nyilván egy kis falt volt, tehát én azt megértem, hogy élőbe, ha nincs VAR, szerintem az tovább megy ez a helyzet. Ez most a VAR-nak köszönhetően lett egyébként meg bebizonyítva, hogy egy egyértelmű 11-es. Tehát nem tudod azt mondani, hogy ugyanez történt meg a másik meccsen, amit nekünk nem fújtak, vagy ott is lehetett egy hasonló, ott neki az volt az érzése, hogy ezeket nem tudod ilyen tisztán fekete-fehéren összehasonlítani. Én azért tudnék rá példákat mondani, tehát a kezezés szabálya, az szerintem hiába van. Jó, azzal egyetértek. Nem egyértelmű. Az tehát gáz, az nagyon gáz. Se hazai szinten, se nemzetközi szinten a kezezés szabálya szerintem nincs egyértelműen definiálva, vagy ha van is, akkor a bírók nem jól alkalmazzák rá a szabályt. Igen. De az ilyen faltoknál, szóval nekem furcsa volt, én ilyen feleslegesnek éreztem, inkább indulatból beszélt, mint nagyon okosokat mondott egyébként, de pont azért volt érdekes nekem.
Volt a Fradi meg a Paks között ez az ilyen be nem vallott szerelem egy időbe. Nem tudom, hogy ez Bödének volt köszönhető, vagy nem, de úgy látszik, hogy ez már elmúlt, nem? Te is, ti is érzitek ezt, hogy így a két klub kezd így eltávolodni egymástól, holott szerintem a Paksi tábort egy szeretjük, ideig. Tehát a Paksi tábort szeretjük ilyen szempontból, azt hiszem, hogy mindenkibe beleállnak. Tehát olyan szinten, hogy az öröm hallgatni egy közvetítés során. Lehet, hogy az ott pár ilyen kószáló orosz vendégszurkoló teszi őket erőssé, de nagyon-nagyon komoly rigmusokat tudnak tolni, szerintem még én is megrökönyödtem a tavaszi meccsünkön, hogy milyen oltásokat kaptunk még a kisgyerekektől is, úgyhogy hú, basszus, kemények. Respekt, respekt, nem kimélnek egy tábort se. Lehet, hogy ennek egyszer nagyon csúnya vége lesz. Nekem hozzám közel áll. Van az atom, úgyhogy én nem hiszem, hogy piszkálják őket. Ha nem szóval. Kettő is lesz belőle. Jó gyerekek, hát akkor a következő a soha kiremesi Újpest és a MOL Fejérvár 2-1-es mérkőzése. Sanyinak meg is adom a szót, bár be kell vallanom őszintén, de tényleg itt most haragudni fog rám Sanyi, de én annyira szeretném, hogy az Újpest kiessen idén, hogy azt el nem tudom mondani, hogy mennyire. Tehát, hogy Zoli, nehogy. Csatlakozom hogy... De ezt mindig elmondom, amikor Kovács Zoli idejött sportigazgatónak, első riportunk volt, és mentünk ki a stadionba, a cserepadon csináltuk a riportot, és mondta neki, hogy Zoli, egy csapat valamit rohadtul gyűlölök Magyarországon, az az Újpest, és hogyha valakit nagyon-nagyon gyűlölök onnan, az te vagy. Így nyitottuk a beszélgetést, és ez nem változott azóta se, de Sanyi, miért nem fogtok kiesni? Hát egyrészt biztos vagyok benne, hogy nem fogunk, sőt, ez nálam nem téma, hogy kiesünk-e vagy nem. Azért ez volt a logikai ér, mert biztos vagyok benne, hogy nem fogunk kiesni. Nem fogunk, srácok, annyira egybe van az mezőny. Olyan biztos vagyok. Az annyira egybe vagyunk. Azt hittem, hogy az Újpest van egybe, mert... Nem, mi még annyira nem, de hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy ő ebbe beleszállna a fogadásban téttel, akkor nagyon szívesen állom. Tehát, hogy csináltok csak... már egy ilyen nagy transzparens, vagy ilyen kiírásról a stadionban, ami számolja, hogy már ennyi éve nem esett ki a csapat. Tudod, volt egy ilyen csapat Németországban, aki ezzel menőzött, és utána rábaszott. Vagy egy ilyen kétkaros lehet-e, Sanyi, hogy mindegy az eredmény, úgy csesünk ki. És akkor nem, szóval, aki nézte ezt a... vendégek részéről, hogy nem mertek kiesni. Jó, már most mindenkinek nagy a szája, mert ezt nem hétközben tartottuk meg ezt a beszélgetést, ahol mindenkinek csak így ennyit tudtam volna mutatni, gyerekek, láttátok a meccset? Ezért nem fogok kiesni. Hát a szétvégén kilány helyetted egy játékos. Mindegy, most mi még Szerdánál vagyunk, bocsánat. Én is támogatom a létszámemelést. Itt a többi szerkesztőtársam nevében is mondhatom szerintem neked, aki nem esett még ki, az buzi. Mindenki kiesett, csak mi nem estünk ki az elmúlt 20 évben. Vagy hát ez valamit jelent, nem gondolod? És Lilába is jártunk. Mi se estünk ki. Hát, most az elmúlt 20 évben mi se estünk ki. Már Kisteleki nem regnál. Na de vissza ehhez a mérkőzéshez, mert ez volt az ősz legjobb játéka nálunk. Tehát, hogy egy nem rossz erőkből álló, ám bár talán motiválatlan videótont úgy fociztunk le, hogy a vendégek edzője azt mondta, hogy nem tudja szakmailag értékelni ezt a mérkőzést, a hivatalos sajtótájékoztató mondta ezt, mert hogy itt egy csapat volt a pályán is, az Újpest. Pár apró momentumot tudok erre felvillantani. Hát az első fél időben 4-5-öt lövünk, akkor azt mondjuk, hogy ez papírforma is, és még hagytunk ki mellette helyzetet. A videótonnak a 60. percben volt az első kaput eltaláló lövése, és tehát én első fél időre nagyon régóta nem emlékszem. Érdekesség, a meccs előtt, meg a fél időben is beszéltem ember Norbival, mert ő ott volt a vendégszektorban, és mi pont arra támadtunk, tehát itt 20 méter volt tőlünk, így szúrtuk egymást, hívtuk egymást, a többi. Várjás, hogy nyugtass meg, hogy azzal hittett, hogy Norbi, ugye szerinted is gála, biztos gála, tuti gála. Na, Norbi elmondta, hogy nagyon jó formába érkeznek. Na, ha a meggyőző Fradi elleni játékokat hozzák, itt sajnos nekünk nem lesz esélyünk. Mondtam, hogy mindig az ilyen meccseket nyerjük meg, nagyon magabiztosan ellenetek. Fél időbe hívott, hogyha öttel megyünk, akkor izé, úgyhogy ő most még a második fél időbe bízik, a végén meg nagyon jó fej volt, hívott, várj, gratulált. Most Norbi mondta, nem, hogy ők fognak kiesni, tehát... Nem, de várj, mondta, hogy azért a kiesés szele ugye meg legyezheti őket, és a saját műsorán az jó oldalban... Jó öreg Norbi! Ez is volt a címe az a vlognak, hogy kiesik-e a videóton, azért ugye ilyen volt már tavaly is, erre emlékszünk. Na de... Amiről beszélnék, hogy a Csobot Kevinnek és a Szabó Bálintnak is az első NB1-es gólya és az első újpesti gólya volt.
nagyon jó volt, így van, Bálint gólyánál biztos te is örültél, Ádám, ugye mi a Puskás ellen, amikor kim voltunk együtt a VIP-be, akkor beszéltük is, hogy középpályán jó lenne, most azért ugye szélsőt játszott, de azért felfelérkezett, szépen jött ott el a hosszún, úgyhogy én nagyon örültem. Játszott. Hétvégén nem, meg is látszott. Annak nagyon örültem, de aminek még jobban örültem, hogy Csobot Kevin talán a legjobb meccsét játszotta nálunk, és volt már egy Kisvárda elleni több gólpasszos kiállítás kiharcoló meccse is. Ezt így bedobnám nektek kérdésnek, ezt még a hétközi műsoron meg is szavaztuk volna, hogy Csobot Kevinben mondjuk a következő 2 évben láttuk-e reális esélyt, hogy a válogatott keretbe oda kerül, nyilván, ha mondjuk hasonló szintet tud hozni, mint most, csak a kezét dobja már fel, aki szerint 2 éven belül potenciális válogatott lehet a Csobot Kevin. Egy szavazat eddig, az nagyon magabiztos, többiek nincs. Jó. Szeripel is, nem tud valaki bejátszani? Jó, oké. Okay. Okay. Balázs nincs itt, mert ő se tette volna föl a kezét. Majd a chat megment, hát ott beérkezik pár igen. Na mindegy, szerintem nagyon oké volt, nagyon szép volt a játéka. Egy régi haverommal futottam össze az első félidőbe, és ott hagytam emiatt a többieket, és végigbeszélgettük, hogy a 2005-6-os idény mikor majdnem bajnokok lettünk, mikor az a szuper Kovács Zoli nálunk játszott, ilyenekről nosztalgiáztunk, meg hogy milyen szar... Csobot Kevin miatt nem lettetek bajnokok. Nem, nem. És hogy milyen szar most minden majd így, nézd már mekkora a helyzet, az mekkora. Nézd már, emlékszel, tehát odaérkeztünk meg a végén, azt meg ez a félidő, rohadt jó volt, kb. Mint a régieknél. Aztán a második fél időben azért ránk jött. Ezért tűnik neked olyan kurva jónak az első fél időben, mert a felét nem is láttad, mert végig dumáltad. De. No. Én ráadásul ugye közel is voltam a kapuhoz a 16-os vonalánál, úgyhogy nagyon durván jó első fél időnk volt. Kapufát is lőttünk, meg még zicser, meg hasonlók. Utána ránk jött a vízi fejeltek. Gyakorlatilag úgy nézel meccset, mint egy partjelző? Tehát még nem vetkőzted le ezt a játékvezetői vénádat, mert te úgy költözöl a támadó, a csapatoddal a támadó térre. Tehát azért mondom, hogy partjelzőket megszégyenítő, Sanya, hogy mozog egy stadionban. Bizony. Ráadásul most a 2-1-nél viszont nagyon ideges voltam, mert ugye az ilyen meccseket idén azért bukjuk, vagy elixeljük, és bár nem volt benne nagyon a játékban, de ott azért még mászkáltam is, én 5 méter fel, 5 méter vissza, nagyon vártam, hogy lefújják a meccset, hál' Istennek ez meg is történt. Ami nagyon érdekes volt, hogy a Guré, aki azért nem a világ legjobb csatára, meg nem az NBA legjobb csatára, a Fiola azért nem nagyon tudta tartani ezen a mai meccsen. Azért forgatta, ment el mellette a kiállítást, és kvázi róla csinálta meg. Úgyhogy én ezt itt lekerekítem, szerintem ez így nagyon oké volt, nagyon rendben volt. És kitérnék a Huszti nyilatkozatára, ugye nincs itt Dávid, úgyhogy viszem egy kicsit ezt a részét is ennek. Ilyen öt fél mondatot írtam fel, hogy mennyire jó, hogyha Huszti nyilatkozik, mert kimondja a tutit. Egyrészt azzal kezdte, értékelhetetlen a teljesítmény. Aztán azzal folytatta, hány edző volt itt az elmúlt években, szerintetek az edzők vagy a játékosok a hibások? Így ott hagytam. Jó, bocs, ezt vagy 10 éve már Tóth Bálint elmondta, hogy pápa mindenki megrohad. Ő is azért nagy klasszis volt, igen. Aztán elmondta, hogy 10 játékost kell cserélni a keretben legalább. Tóth Bálint már elmondta 10 éve. Így van, elmondta, hogy Négóval nincs megelégedve, és hogy a válogatott oda tudja tenni magát. Itt a Vidibe ezt nem látja, ellenben Fialának a... Állj, válogatottba az Izland elleni pótselejtezős mérkőzésen kívül volt jó meccse Négónak? Ezt Husztitól kérdezzél, most csak őt idézem. Nem, na én is úgy látom, hogy ez magát. A kívül nem volt, de ráadásul azt is hozzátenném, hogy ez a játékosra mutogatás szerintem, hogyha Hornyák Zsoltot hetente elővesszük emiatt a rossz szokás miatt, akkor Huszti Szabolcsnál is álljunk meg egy pillanatra. És... Na, nyugi, most Török László is beszállt a sorba a hétvégén. Tehát... Szerintem ez nem a mindjára tartozik, hogy kit beszéljen ki az öltözőből, mert ezzel semmit nem fog elérni, csak rosszabb lesz az öltöző. Én is erre gondolok egyébként, hogy beszéltük ugye, hogy mennyire szimpatikus Husztitól ez a nyilatkozat, hogy ilyen őszinte, meg hogy én is felhoztam, hogy nálunk is kb. Egyszer nyilatkozhatott az NB1-ben rögtön az első forduló, és hogy mennyire felülés volt egy olyan nyilatkozatot hallgatni, ahol tényleg őszintén beszél taktikáról, meg stb. De hogy én sem érzem ezt szerencsésnek, hogy ilyen nyíltan... Rákérdeztek erre azért, ezt nem magától mondta, megkérdezték, hogy egy fiú, tehát újságírói kérdés volt. Én az Újpest YouTube csatornáján fellévő teljes meccs utáni sajtótájékoztatót hallgattam végig, és abban volt, hogy mondja már meg, hogyha Fiola és Négo a válogatottban ilyen jók, a videótomban miért ilyen rosszak, kb. Ez volt a kérdés, és elmondta, hogy a fityót őt meg szeretné védeni, mert ő itt is
oda teszi magát, abszolút nem lehet panasz a hozzáállása, ha már így Négót felhozta, az övéjére lehet. Ugye őt a fél időben le is cserélte. A posztokon játszik, tehát hogy Fiola a válogatottban teljesen más poszton játszik, mint a Vidiben. Azt mondta rá, hogy kevesebb meccs van a válogatottban, jóval, és amikor oda megy, ő arra úgy gondolja, hogy fel tud pörögni, itt nem tud felpörögni. Na és az utolsó, amit mondott, kérdezte, hogy volt-e ennek, kérdezték tőle, hogy volt-e jele ennek a teljesítménynek, mert hogy a Fradi ellen mennyire, úristen, mennyire jó volt a Vidi és hasonlók, és tény is való, hogy egyáltalán nem voltak rosszak, és azt mondta, hogy hát jele volt-e, igazából ha azt mondja, hogy az előző napi edzés az hamarabb véget ért, mert annyira dekoncentrált volt a csapat, és hiába kérte őket, nem tudtak fókuszálni, hogy hamarabb vége lett az edzésnek, beküldte őket, azt elmondta, hogy nem bezavarta, tehát nem az volt, hogy ott bezavarta, akkor mennyi gondolkozzál, hamarabb vége lett az edzésnek, és ma ugyanazt a teljesítményt látta a meccsen, mint amit azon az edzésen. Úgyhogy ezzel zárt ezt az egészet, illetve a sportigazgatónak lesz dolga, mert itt ezt a teljes keretet ki kell cserélni kb. Micsoda büntetés, hogy hamarabb véget ér az edzés. Na és lehetünk akkor... a plázába haverok. Milyen jó lett volna iskolában, amikor nem érdekelt az óra, akkor mondták, hogy jó, akkor vége van. Megmondják, hogy emődi maga, nagyon dekoncentrált, ma takarodjon. Menjen ki, volt ilyen, hogy takarodjon ki, de nem emír, ezért. Na mindegy. Magának nincs kedve itt lenni, én az ilyet nem tűröm. Bezzeg, mikor az országos iskolába hívják, akkor ott mennyire motiváltan tanul itt, meg nem szedi össze magát. És mindez 8 óra 5 perckor, tudod, reggel, menj haza! Na és még egy záró gondolatom van ehhez, visszatérve a saját szuper, soha nem kieső csapatomra, hogy ugye mi a Zete ellen egy nagyon, talán a szezon legrosszabb játékából jöttünk erre a meccsre, és mégis megnyertük, és nem értettem, hogy lehet ekkora forma változás nálunk is, nem csak a Vidinél, nálunk ez pozitív értelem volt, és az edző erre kitért, megkapta kérdésnek, és elmondta, hogy igazából a Zete elleni meccs ugye 3-4 nap telt el a két meccs között, tehát nem volt sok idő, elmondta, hogy szinte csak taktikai jellegű edzés volt, volt egy nagy beszélgetés a játékosok és a szakmai stáb között. Volt egy nagy beszélgetés és egy nagy kártyázás, igen. Igen, beszélgetések és kártyázások, illetve hogy elment a csapat közösen edzés előtt kávézni, megreggelizni, stb. Tehát, hogy így lazított és frissített az edző a kereten, és úgy látszik, hogy ez tök jó bevált, és ezért tudtunk ilyen jó játékkal nyerni. Hát valószínűleg ezek a beszélgetések és reggelizések nem voltak meg a Paks elleni meccs előtt, de majd erről kicsit később. Hát, bazeg. Nagyszerű, de jó lenne egy ilyen. Akkora PR duma, hogy bazeg. Ja. És mit kártyáztak? Unóztak, vagy mit? Tudjuk? Csablecsot. 8-at. Snapszer. Vagy tudod, ez a régi autós kártyával. Az enyém 2-20-al, vagy az enyém 2-10-el. Jó van. Vesztelen csajos a dolog. Igen. 96-90. Budapesti Honvéd, Vasas FC. Frissítettük a keretet, tehát Újpesten bazd meg, van 15 hadrafogható játékos, hát mi a tökömet frissítünk azon. Hagyjuk. Jó, mindegy gyerekek, higgyük el Sanyinak, hogy ez számított. Ő még ebben hisz. Budapesti Honvéd, Vasas FC, nyert a Honvéd gyerekek. Ezt meg a Honvéd szurkolók nem hitték volna szerintem. De hát, csodák még vannak. Valahogy most nem jött ki Kondásnak a lépés. Hát én csak annyit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, hogy egy picit úgy dimenzióba rakjuk ezt a meccset. Nenad Lukic második gólja Barát Botondot megkerülős csellel rázta le, emberünk. Megjegyzem. Nenad Lukic. Barát Botond. Barát Botond. Megkerülős. Nem értem egyébként. Talán mondtam is a múltkor, beszéltük Lukicot, hogy... nem nagyon játszott egy időben a Kispest, hogy szerintem luxus. De nem bírja Balázs, tehát fizikálisan nem bírja srác. Értem, de hát megmentette a seggüket ezen a meccsen. Tehát, hogy még ilyen állapotban is a legjobb csatár. Hát de igazából a Kispestet szerintem ennyi a koncepció, hogy a Sampaio előkészít, a Lukic meg befejez. Tehát körülbelül szerintem ennyi lenne az elképzelés Kispesten. Meg kicsit én így a csak blogosokkal értek egyet, akik ugye leírták, hogy végre egyszer az idényben, azok után, hogy kb. Csak 11-esből tudott még a szezonban gólt rúgni Lukic, végre egyszer az idényben volt kedve focizni a Nenadnak, és hogy pont ezért utálják, mint a szart, mert hogy csak akkor focizik, ha kedve van hozzá, és évente egyszer van hozzá kedve. Tehát szerintem ez sokkal rosszabb, mint amikor valaki akar, de szar. Szerintem azért tettek arra, hogy ne legyen kedve annak a srácnak focizni.
Mi lesz a vasasra, aki fog esni? Nem, mert olyan... Hát ugye kell egy hely, mert ugye a Újpest az nem. Csak 11-ből lehet így felszabadult egy hely. Tényleg, hát nem is lesz kieső idén. De a Fran is esik már ki, tehát akkor már csak 10-re szűkül a kör. És akkor a Diós Győr is szól az MB2 kösrácok, én inkább nem akarok feljutni most. Valakit még akkor ezért még zárjunk már ki, aki biztos, hogy nem esik ki. És akkor de figyeljetek már most. Felcsút, az úgy felcsút. Most jó, a felcsút se esik ki. Egy Paks, egy Honvéd, egy Debrecen, egy Mezőkövesd. Ezek bármelyik, bármikor két meccs alatt ott van, hogy kieső helyen áll. Igen, de ti szarul játszotok. Nem, mi szerintem így nagyon jól játszunk. Még nem a legrosszabbak egyik az Újpest. Nem? Mi szarul játszotok ellenben a Honvéd nagyon jól. Ja, mondjuk ők se. Hát jó van, gyerekek, akkor még várjunk egy kicsit a döntésre. Szerintem amúgy nyilván ki fogja. Jó, hát szerintem mindannyian önkéntesen Tamást leszámítva oda toltuk a Mezőkövesdet, mint fix kieső. Szerintem Tamáson kívül az egész országban, meg Tálai Andrást leszámítva, senki nem ejtene könnyeket, érte? Talán az a 5-6 markáns nyugdíjas. Ja. Nem, egyébként erről majd pont a Vasas meccsnél fogok beszélni, hogy alakul a szurkolói élet Mezőkövesdet. Lehet, hogy késő már, az a baj. Sosem késő. Majd egyszer úgy is feljutnak. De egyébként, Dobi, most így a búzi emeleszezés helyett ez a rigmus, ez mehetne, hogy létszámemelés, igen, is ja. Kell létszámemelés. Tehát ez nem lenne rossz. De mindegy, gyerekek, ugoljunk az emléket. Várj, még egy dolog. Most, ha már itt beszélünk erről, hogy ki lesz a kieső, én tennék egy olyan Debrecen. Felajánlást itt mindenki számára, hogy aki... Akkor legyen a Debrecen. Nem. Akkor a Debrecen. Nem. Aki, felajánlja. Aki most... a műsor során, vagy később a komment szekcióban megtippeli helyesen mostani állás szerint a két kiesőt, az kap egy Pamis 9-es bögrét a szezon végén. Jó, mi is játszunk? Balázs, te aztán magasra tetted azt a létet? Tippelek én is. Hű, nem akármilyen kecsegtető ajándék, hűha. Ne, degradáld már le, jó? Azért nem akármilyen bögre az. Igen. Jó, én beírtam. De jó van, gyerekek. Hogy soha nem iszod le vele magad. Az olyan. Oké, emeljük a tétet, én is adok neki egy, amíg élek én. Na, tétet, az így már, mekkora ez érték. Már azért két darab van belőle még, abból az egyik. Amíg túl élek én és cuccot, azonnal felajánlom valakinek, ha én nyertem meg. Már pedig mezőkövesd. Okay. De te nem fogsz nyerni, mert te nem tippelsz az egyik kiesőre, így van. Összeférhetetlen. De hogy nyerhetnél? Én azt ajánlom föl, hogy bárkinek bármilyen pólóját aláírom. De azt úgy, hogy oda megy hozzá, hogy... Várjál, bárkinek bármilyen pólóját aláírod, bárkiként. Igen. Csatlakozom, Domi. Csak nevet kell most mondani. Most láttam, hogy a Pelé az tök egyszerű például, az nagyon egyszerű. Az egyszerű. Igen, csatlakozom Domihoz a szép lányokét és a D-kosarasokét, én kétszer is. Jó, okay. Ott én mondom meg, hogy hol. Tehát jó, az a kivétel. De ott akkor állam, te nem a pólót írod alá, szerintem. Mindent. Viszont Ádám, azt szeretném kérdezni az elfogadás egyében, hogy a D-kosaras fiúkat is aláírod? Hát hogyne, ne viccel. Jó, örülök neki. Jóban még a B-t is. Na, menjünk az MB2-re is. Én tényleg arra kérlek titeket, hogy bár Domi ide fölírt egy regényt, hogy röviden foglaljátok össze, hogy Nyíregyháza, Kozár Bislen 2-0. Szar volt, de nyertünk. Köszönöm. Teljesítette. Csákvár, DVTK, annyit még engedj meg, Zoli, csak így a teljesség igényével, tényleg ez a klasszikus szar. 3 pont, magunk, ugyanez, mint a kicsit ilyen fradis párhuzam, magunknak tettük nehézzé, szintén kaptunk egy, azt gondolom, hogy megítélhető büntetőt, és nekem, ami a leginkább pozitívum volt, ez a Kozár Mistány, ő akar játszani, tehát ő szeretne futballozni, csak annyira gyenge a keret, és azt tegyük hozzá, hogy Kulcsár Kornél a befejező támadójuk. Aki, kimondjuk a nevét, Hamis 9-es, mert Kulcsár Kornél Hamis 9-est játszik Kozár Mislenyben. Egy szimpatikus csapat, ezúttal a szimpatikus vesztest játszották el. Tényleg azt gondolom, hogy jogosan nyertünk, jobbak voltunk, hát jobb lett volna folytatni ezt a szériát, de ahogy már korábban is mondtam, csak így tényleg, hogy keretbe zárjam ezt a sztorit, már korábbi adásokban is mondtam, hogy van 3 jó meccsünk, 3 szar. Hát ha picit megnézitek,
kedves szerkesztőtársak, meg nézők a sorsolásunkat. Eddig volt két döntetlenünk, meg most egy győzelmünk, úgyhogy tudtuk, hogy hétvégén mi jön, be is következett. Itt nem hét szűk, meg nem hét bővesztendő van, három jó meccs, három szar. Ezzel zártuk a három sorozatos, vagy három meccses jó szériát. Kár lett volna túlértékelni egy szimpatikus, de nagyon gyenge ellenféllel szemben. Kicsit sajnáltam a Michelin-t, de hát ez kevés lesz még az MB2-höz is, úgyhogy menjünk tovább. Ádám, még egy annyi kérdést engedj már meg, hogy én nem látok bele nyilván pozitív Géza bácsi, meg tudja Dávid fejébe, de milyen kvalitások alapján hiszik azt, hogy Deutsch Bencéből Zeke Máriót lehet faragni? Tehát, hogy amíg csak futni kell, addig még nincs is akkora probléma, de amikor labdával kéne valamit csinálni, akkor azért ott már előjön az, hogy inkább sír, mint megfut. Figyelj, Tamás, rém egyszerű a képlet, nincs más. Tehát, hogy egyetlen, szerintem egyetlen ballábas, majdnem, hogy az egész keretben, de mindenképpen az egyetlen ballábas hátvéd. Szerintem azt mondja, az egész MB2-vel, na komolyan. Ha kell, akkor az MB2-vel. Ilyen szinten, Domi, ilyen szinten, biztos, hogy ez egyetlen. De viccet félretéve, hát Tamás néha olyan, mint a papa, hogy kicsit olyan túlambicionált, tehát úgy felpörög egy picit. Hogy van-e? Most ki? Dacs Bence olyan, mint a papa, mert Tamást mondta. Én veszed Tamásnak Bencét szerint. Dacs Bence néha olyan, mint a papa, kicsit túl ambiciózált. Ennyi? Tehát ennyi. Pörög. Ezt mondja. Pörög ezerrel, és ez így néha kárt tesz az ellenfélben, illetve a saját csapatában. Hát megint csak olyan, mint a papa. Úgyhogy látok némi párhuzamot. Én se tudom. Tehát amikor nyáron leigazoltuk, Feckó Tamás azt nyilatkozta, hogy Bencének komolyabb ambíciói vannak a labdarúgásban, a labdarúgás mellett nem derül ki, benne sokkal több van. Hát még egyelőre nem derült ki, de tényleg rémkártékony, rém brutális. Az elmúlt, sőt, kétszer is kiszórták, de egyszer minimum az elmúlt időszakban. Ment is el rajta meccsünk. Puff. Maradt volna inkább Siófokó. Köszönöm. Akkor ugorhatunk a következő mérkőzésre, ami a gyönyörű Csákvár Tiós Győr volt 0-3, és hát nem tudok mit mondani, gyerekek, sima győzelem volt. Zoli, összejött végre a szép játék. Szebb volt már, mint az előtt, de én tudom, hogy én vagyok túl, nem tudom, hogy is mondjam, mi is, túl kritikus, vagy még mindig nem az, amire azt mondanám, hogy nagyon szép játék, de az tény, hogy a kezdettől fogva nem volt kétséges az, hogy most ott nyerni fogunk, vagy kikapunk, tehát egyértelmű volt, hogy nyerünk, Jurek újra betalált, aminek én nagyon-nagyon örültem, és ez egy nagyon jó hangolódás volt egy sokkal-sokkal fontosabb mérkőzésre, amiről majd később beszélünk. Úgyhogy Eto, Moson-Magyaróvár, Dobi. Hát már elég sok telt el, úgyhogy én is inkább a delete gombot megnyomtam, és megpróbáltam ezt az egészet elfelejteni. Sok trauma ért a meccsen, nyilván a vereség volt a legnagyobb trauma. Egy szimpatikusan játszó, tehát beszéltem a Óvári edzővel utána, és akkor mondtam is, hogy nehéz ilyet kimondani, de úgy ahhoz képest, hogy nem akartatok focizni, nem voltatok parasztok. Tehát, hogy ilyen szerethető bunker focit játszott az Óvár. Egyszer mentek kapura, elvitték, de egyébként a meccs mélypontja a számomra az volt, amikor abban a szektorban rakják az összes ilyen srácot, akik olyan korosztályos csapatokban fociznak, meg egyebeket is, tehát akik oda betévednek a stadionba, azt berakják abba a szektorba. És akkor előttem ült ilyen hat ilyen hülye gyerek, akik valószínűleg focizhattak valahol. Volt egy ilyen 11-es gyanús helyzete az Óvárnak, már hogy ők rúghattak volna elvét 11-est, akkor így ökölbe szorult kézzel, így elkezdtek csinálni, akkor éreztem, hogy ezek nem nekünk szorítanak. Majd azt vettem észre, hogy az egyik csávó az folyamatosan a telefonján meccset néz, és kurva elkezdett érdekelni, hogy mi a szar meccset néznek, itt ez a remek mérkőzés, és akkor azt láttam, hogy a Pécs Gyirmot streamet nézte az Eto Óvár meccsen, azt mondta, hogy na most kéne felállni és hazamenni. De nem tettem meg. De akkor igazából egy eseményen nézte a teljes Győr-Moson-Sopron megyei MB2-t. Igen, ez is egy nézőpont. Jó, de szarról fosra váltani az mióta trendi? Tehát. Micsoda? Szarról fosra váltani az mióta trendi? Azt nem tudom. De egyébként szerintem Gyirmótba fociztak. Gyirmótiak voltak, én aztán összeálltuk. Egyik az gyanús már nekem, hogy ez a Gyirmóti. Gyirmót kettőbe valószínűleg. Úgyhogy szót sem érdemel ez a mérkőzés. A hullám völgy egy
állomását tekinthettük meg szomorúkásan. Úgyhogy majd inkább a másik meccsről, amit még ennyit sem láttam, de arról már szívesebben beszélt. Akkor a következő az a Barcika Szeged Tamás. Várjál, azért ennyire ne szaladjunk, mert van egy szavazás, bocsánat, amit itt gyorsan kiírtunk. Volt egy szavazásunk. Igen, mert itt Domi kedélyeit borzoltam, amikor az adásmenetbe beírtam, hogy megyei rangadó, vagy a címbe volt benne itt a képen, a borítóképen. Hát figyelj, ebben nálunk is beleszaladtak, mikor a kedves hivatalos honlapon a Sparinál derbinek nevezték a hétvégi mérkőzést. Te jó Isten! Ja, ja. Hát a derbi az más jelent, igen, ez sokan derbi az, keverik. Ahol a lovak futnak. Tehát ez... Én úgy vagyok vele, hogy ez fölösleges szavakon lovagolni, tehát most, hogy a derbin kell hívják. Lovagolni. Hát a derbi az hivatalosan ki? Azonos városbeli csapatok. De ez kimondta ki? Ez egy létező definíció. Mondta. Ez így van. De mi a Révai Nagy Lexikonba, vagy hol? Ja, ja, tehát hogy kimondta ezt? Valaki nem a Larusban. Larusban? Ez akkor egy egyetemes viszont... definíciója a derbinek. Én nem vagyok ebben biztos, Balázs. De én ezt konkrétan egyetemen tanultam, nem viccelek. Volt ilyen. Olyan, de milyen, hogy előhúzta az egyetem kártyát? Mit? Te tanultál egyetemen, Zoli? Nem akarod? Ennyi. Jártál egyetemről, jártál egyetemről, akkor ne pofázz. Jó, tudnám, tanul... én egyetemen úgy tanítottam. Mit belé? Ez a Joker kártya. Igen, igen, ezt úgy kell, hogy ezt tanultam az esztergályos képzőben. Légy szíves, Balázs, mondd meg, hogy ki mondta ezt neked, mert fel fogjuk hívni. Azt várjuk a hivatkozást. Fel fogjuk hívni azt a valakit. Nem, mi a francia alapot? Kertelek, a sokan ismerik szerintem Debrecenben Sándor Mihályt, nagyon sok könyvet írt a DVSC-ről, az ultramozgalom legnagyobb ismerője itt a környéken, neki vannak egyetemi előadásai labdarúgás témában, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki egyetemista, hogy vegye fel ezt a szabadon választható tárgyat. És mindenkinek, de mi a tárgy pontosan? A labdarúgás derbi. Elmélete és gyakorlata 1-2. Hát de várjál. 1-2, 1-2, 1-2. Nekem az tesi volt. De az, ez nem... Ez általános nem, iskolába. Ez nem az. Ez... Nem, halál komolyan. Hát, ugye már én is szemben jártam egyetemre, és volt kötelező tesi, és volt hát, van, 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 igen. De ez nem annak számított. Hát a pofám leszakad, akkor engem átvertek. Mozgásaként szerintettem. Ne húzzátok az időt, mindenek, a lényeg az, hogy engem nem győzött meg Balázs erről. Tehát én azt mondom, hogy ha azt mondják, hogy derbi, akkor azt mondják, lényeg, hogy beszéljenek róla. De... akkor ki is beszéltük szerintem a Barcika. Akkor lezártuk a szavazást, lezártuk a szavazást, és az olvasóink is úgy döntöttek, hogy ez a cím az Eto-Sopron meccset illeti. Ja. Én még csak Tamás... Ami évek óta nincs. Hát mondjuk a Sopronnal nehéz lesz most egy darabig. Igen, mert már nem tudjuk egyáltalán, hogy melyik soproni klubra igaz ez, mert ott már van annyi. Mindig a legmagasabb. És egyik sem. És a legmagasabban levő az most hol van? Megye 82. Úgyhogy az ott van derbi. Hogy... Soproni Fasz. Mire ők az NB2-be kerülnek valamelyik, addigra Győr NB1-es lesz. Úgyhogy. Még ez a téma az annyit, hogy amikor a Deac ellen játszottunk a kupába pár hét, akkor a helyi sajtó az városi riválisnak apostrofálta a Deacot a Loki szempontjából, úgyhogy most már ezt is tudjuk, hogy riválisunk. Pedig ott a derbit elsüthették volna. Az ott helytálló lenne, de itt nem igaz. Párharcra nem derbi egyáltalán. Derbi di kondáson innen. Jó van, akkor Tamás, hagyd mondjam el egy mondat be ezt. Bár én csak egy kérdésem van Tamáshoz. Gajdos Zsolt kurvára nem szokott gólt rúgni. Kettőt pláne nem. Mi a fasz, Tamás? Hát igen, 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 de itt sem rúgta, tehát az ő maga 168 centivel mind a kettőt fejlődött. 178. Bocsánat, elnézést kérek minden kedves Gajdos Zsolttól. Szóval, hát a mérkőzés, hát ugye ahogy mentünk neki, hogy előtte a hétvégén már egészen jobb formánkat mutattuk, Pécs ellen, akik ugye akkor még listavezetők voltak, egy egészen jó egy-egyet elértünk, egész jó játékkal, tehát volt itt nagy megdöbbenés, hogy mi van, kimászunk a gödörből. De aztán sajnos ez a mérkőzés hamar visszalökött minket a rögvalóságba. 40 percig igazából inkább a mi akaratunk érvényesült, volt támadójátékunk, voltak helyzeteink, de hát Lackó Milán mindent belerugott, vagy belefejelt Takács Jánosba, kiből legalább akkora hős csináltunk, mint a Barcika Eto meccsen. Eddig nem ezt hiányoltad, hogy egyáltalán nem is voltak helyzeteitek, nem?
Nem. Az a Gyilmurti meccs volt. Szegeden nem voltak helyzeteink. De már mint a korábbi mérkőzéseken, az elég nagy szopórolleren vagytok, most azt hiszem 10 mérkőzés. Igen, 10 meccs. De még helyzetek sem nagyon voltak. De most tehát a Pécsen is voltak lehetőségeink, Szeged ellen is, és vezethettünk is volna egy vagy akár két góllal is. Aztán fél idő végén hogy hívják? Kundrák, nem? Az volt a régi Lokis srác, Balázs. De melyik ilyen csapatnak? Kundrák elhúzott a... Kundrák, aki kölcsönben van tőle. Igen. Na, Kundrák elhúzott a jobb szélünkön. Korródi Kundrák van egy. Kundrák elhúzott a jobb szélünkön, ami üresen maradt. Bepasszolta a Gajdosnak lábbal, még nem ment, de kiment a másik szélre. Beadást pedig bebólintotta. 0-1 a szünetben. Jó, jó, második fél időben már Varga idegből cserélt, behozott három támadó szellemi játékos, nyilván az egyik ki más lett volna, mint Takács Tamás, nyilván ugyanannyit mutatott futballból, mint amit amúgy is szokott. Utána kezdődött ez az ívelgetés, nyilván semmivel nem tudtuk támadó szellemmel betenni a fejünket, tehát ott már éreztem, hogy ez a hajó elmenőbe. Aztán amikor egyik ilyen szabadrugás után gyorsan tudott fordulni a Debrecen? Szeged? Gyorsan tudott fordulni a Szeged, utána hát a Székely Krisztián már megint valami perverzokból bal hátvédet játszott, és az ő helyén megint sikerült elfutni a szegedieknek. Megint egy beadás, megint Gajdos ugrik a legmagasabbra, megint fejes gól tőle 0-2, és elment a picsába az egész meccs. Pedig nem is volt reménytelen a játék, de hát így nehéz, hogy mi nem rugunk be semmit, ők pedig mindent. Én nem gondolom, hogy ez nagy meglepetés, legalábbis nekem. Szerintem a Barcika most abszolút a helyén van, de Tamás ezzel biztos nem ért egyet. És szerintem kicsit erősen kezdtek, aztán van az, amikor el is hiszed, hogy elég jó vagy ehhez, de most sajnos a realitás. Igen, igazából szezon elején bőven erőn felül teljesítettünk, most pedig bőven alul teljesítünk. Tehát, hogy... De látod, Tamás, ezt úgy kell csinálni, mint mi. Szar, 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 jó, 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 szar, 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 jó, 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 és akkor... Most már jöhetne a jó, baszki. Csak Ádám, miért fent mutattad a szart, és lent a jót? Mert már néha ezt is tudni kell értékelni, Zoli. Ja, értem. Oké, akkor szerintem mindent elmondtunk erről a hétközi fordulóról, és még... A hamis 9-es legnagyobb promoterének, Sanyinak adnám át a szót. Azt a kutya kurva élet, milyen felkomfort kaptam. Na, köszi szépen. Amiatt kértem szót, srácok, mert már kb. Egy szűk hete kint van az újpesti VIP-s adás, ami nagyon szép nézettségi számokkal megy, és tök pozitív visszajelzéseket, tök pozitív véleményetek van róla. Úgyhogy nagyon szépen köszi egyrészt mindenkinek, aki megnézte. Aki nem nézte meg, annak jó szívvel tudom ajánlani, mert próbáltuk kevésbé újpestesre csinálni, hogy másnak is érdekes legyen, mint az örökké nem kieső, mint nem csak az örökké nem kieső klub szurkolóinak, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg, és akár osszátok, lájkoljátok, stb. Ez nekünk mind tök fontos. A másik információ pedig, hogy éppen feltöltés alatt áll, tehát jó eséllyel. Már kint is van a premier. Holnap, tehát kedden 6 órakor érkezik a VIP látogatásunk második felvonása, ami szerintem hasonlóan jó, sőt, még talán egy picit jobban is sikerült, mint az újpesti. Igen, akik fogadtak titeket, különösen az egyik, hogy... Igen, de szóval ott az MTK Tiszakécske mérkőzésen voltunk vendégek, ahol Pintér Ádámmal, ha a hölgyet kihagyjuk, akkor Patrick Ikenekkel, Davide Lanzafámével beszélgettünk, és nagyon érdekes volt belesnünk az MTK-nak, hogy ők hogy oldják meg ezt az egészet. Egy nagy VIP teraszuk van, és srácok, olyan tulajdonosi skyboxuk, ami szerintem a világ legdrágább hoteleinek bármely két ütikenterben. Láttok majd róla felvétel, direkt túlzok, hogy kedvet csinálják hozzá. Érdekes beszélgetések, szerintem izgalmas beszámoló jön, úgyhogy érdemes lesz megnézni ezt az adást is. Köszi annak, aki ezt megnézte, és köszi a sok pozitív kommentet mindenkinek. Jön majd még tavasszal ebből a fajta VIP adásból, azt tuti.
Igen, és ezzel rá is fordulunk a hétvégi fordulóra, ahol most egy rövid összefoglaló következik, és aztán újra mi. A 2022-es év utolsó NB1-es fordulóját rendezték ezen a hétvégén. Menjünk szépen sorban, hogy milyen találkozókra is került sor. Kezdődött minden szombat kora délután felcsút DVSC mérkőzéssel. 2-1-es hazai siker született. A hazai csapat szerzett vezetést Batik révén egy szögletből, ezt a félidő hajrájában Dzsuzsák egy bombagóllal még ki tudta egyenlíteni, és amikor már úgy tűnt, hogy pontosztoszkodás lehet a találkozó vége, a legvégén a hajrában ismét érkezett Batik egy sarokrúgásra, és befejelte a 3 pontot érő találatot, a hazai csapat pedig egy hosszú nyeretlen szériát tudott ezzel megtörni, és tapad a dobogósokra. Szombat 16 órától rendezték a Paksi FC Újpest találkozót, itt két hullámzóan teljesítő csapat találkozott, itt is a hazai csapat örülhetett a végén, 3-1-es Paksi győzelem született a mérkőzésen, Pap Kristóf, Hán János, Varga Barnabás voltak a hazai gólszerzők, míg Peter Ambrose talált be az Újpest részéről. Ezzel az Újpest ugyan elérte, hogy ne kieső helyen teleljen, de teheti mindezt csupán az egyel jobb gólkülönbségének köszönhetően. Hát alig ha ilyen ősszel álmodhattak a lilafehérek, a Paks pedig ezzel a felsőházban tudta zárni az évet, 6. helyen egész pontosan. Szombaton rendeztek még egy mérkőzést, ZTE Kecskemét, ez volt a forduló bugybókás mérkőzése, ugyanis nem hozott találatot ez a találkozó, 0-0-ás döntetlen született, igazából ez egy olyan eredmény, amivel talán egyik csapat sem lehet elégedetlen, ugyanis a lilafehérek, a Kecskemét, az idei szezon meglepetés csapata ezzel az egy ponttal bebiztosította a hihetetlen második helyet a tabellán, a ZTE pedig továbbra is az 5. helyen található, mindössze 3 pontra a dobogótól, és bőséges távolságra 6 pontra a kieső helytől, úgyhogy Monizéknak ez egy jó kis őszi szezon volt, alig hanem hasonló folytatásban reménykednek. 3 mérkőzést rendeztek vasárnap, a kora délutáni összecsapáson Videoton Kisvárda némi meglepetésre kijelenthetjük sima 4-1-es hazai siker, itt Sön Szabolcs duplázott az első félidőben, Rafał Makovszki a 62. percben tudott szépíteni, de Kastráti és Dárdai Pál góljai végül kiütéses hazai győzelmet eredményeztek, úgyhogy ezzel a Vidi elkerülte azt a csúfságot, hogy adott esetben mondjuk kieső helyen töltse a téli pihenőt, a Kisvárda pedig ezzel a kínos vereséggel lecsúszott a 3. helyre, azért így sem volt ez egy rossz szereplés nekik, de így ez a végére nem nézett ki jól, sem ez a mérkőzés, sem pedig a hétközi 3-0-ás hazai zakó a Zetétől. Honvéd Ferencváros találkozót rendeztek vasárnap délután, itt nem történt meglepetés, a Fradi 2-0-ra kényelmesen behúzta az utolsó bajnokiát Traoré és Auszki góljaival. Ezzel a Fradi úgy vezeti 8 ponttal a tabellát, hogy még 2-vel kevesebbet játszott, szóval az adott esetben még akár 14 pontos előny is lehet, az ég egyet a világon, senki és semmi nem veszélyezteti a bajnoki címüket. A Kispestnek a kiesése viszont annál inkább reálisabb, ugyanis 11. kieső pozícióban töltik majd a téli szünetet, meglátjuk, hogy sikerül-e ennél jobban szerepelniük majd a tavasszal. A forduló és egyúttal az év utolsó bajnoki mérkőzését az Ilovszki stadionban rendezték, Vasas Mezőkövesd egy igazi kiesési rangadó, 1-0, Novotny Soma szerezte a győztes találatot, csak úgy, mint néhány hete a Paks elleni idegenbeli mérkőzésükön, úgyhogy ez az 1-0-ás siker annyit ért minden esetre ennek a Vasasnak, hogy ne tetemes ponthátránnyal vonuljon téli pihenőre, hiszen továbbra is utolsó helyen állnak, de így már egyetlen pontra vannak a bennmaradás jelentő helytől, úgyhogy rá is fordulhatunk a tabellára. A már említett ferencvárosi előny látható itt is, tehát 8 pont a Kecskemét előtt, a 3. helyezett Kisvárda ugyanannyi ponttal áll, mint a 4. helyezett Felcsút, úgyhogy ott is szoros a verseny a dobogóért. Az 5., 6., 7. helyen álló 3-as, a Zete, a Paks és a DVSC zárhatja még talán jó szájízzel ezt az évet. Az alattuk lévő csapatok viszont mindenképpen sokkal jobb szereplést vártak szerintem saját maguktól. Talán az egyik legnagyobb negatív meglepetés a Vidi szereplése, de hát mondhatjuk a 3 fővárosi csapatot is, mindegyik sokkal többre predesztinált, és ahogy említettem, ugye a Vasas a győzelmével nagyon összerántotta a tabella alját, hiszen az utolsó 4 helyezett csapat 1 ponton belül van,
ember legyen a talpán, aki meg tudja majd itt tippelni jelen pillanatban, hogy ki lesz majd a két kieső a szezon végén. Nézzük meg, hogy a gólvadászok listája hogyan vonul nyugovóra. Ikoba és Varga Barnabás 10-10 találattal vezetik a góllövő listát, mögöttük Traoré 8 találattal, majd jönnek a 7 gólosok Kodró és Ryan Mayé, illetve 6 góllal Dražić, Kamaj és Lukic. Úgyhogy innen jön majd a folytatás 2023. januárjának legvégén. Jó hosszú szünet következik tehát az NB1-ben, de beszéljük meg, hogy mi történt a 16. fordulóban. Na, hát akkor ugorjunk is neki rögtön. Felcsú, Debrecen, 2-1. Balázs, hát itt rögtön az elején annyit mondanék neked, hogy ezen a meccsen lehetett gyakorolni a szögleteknek a védekezését, de nem... Nem sikerült, nem, abszolút nem. Hát ugye, ha emlékeztek a egy héttel ezelőtti adásra, én azt mondtam, hogy ha a Mezőkövesdet megverjük, akkor leszarom, mit játszunk Felcsúton, úgyhogy én igazából egy szavam nem lehet ezek után, hogy kikaptunk, nyilván... Csapat is leszarta. Ezt kicsit én is így éreztem, hogy picit megnyugodtak. Nézik a műsor. Keletén is jobban megnyugodtak a szerdai meccs után, de így is azt mondom, hogy ugye ezt hasonlóan buktuk el, mint a Kövesd ellen megnyertük, ugye egy utolsó pillanatos dolog volt, itt is az nyert, aki győzni akart, tehát itt abszolút mi voltunk az, aki ki akartuk bekelni, nem jött össze. De még most is azt mondom, hogy inkább így, mint hogyha mind a két meccs döntetlen lett volna. Tehát a három pont jobb, mint a kétszer egy. Megverni egy közvetlen riválist jobb, mint x-elni vele, meg egy jobb csapattal x-elni, úgyhogy jobb ez így, ha már ennek így kellett alakulni, akkor most ezt lenyeljük, ezt a békát. Picit belerondított itt a szezon zárásba ez a mérkőzés, de most ez megint olyan, hogy egy jobb csapattal játszottunk, jobb erőkből álló csapat. Nálunk azért nagyon érződött ez a 6 nap alatt 3 meccs, tehát itt ezt nem győzte egyébként kihangsúlyozni Blagojevic már a hét során többször is, hogy ugye rajtunk kívül csak a Paksnak volt olyan szara sorsolás, hogy 6 nap alatt kellett a 3 meccset lejátszani. Tehát ugye vasárnap játszottunk későt, vagy kora délután, utána szerdán este, és ott rögtön megint szombat kora délután, tehát hogy alig telt el a meccsek között, sőt nem is telt el a 72 óra. Tehát gyakorlatilag a meccs után már nem lehetett edzésre tartani, mert ugye vagy utazni kellett, vagy regenerálódni, úgyhogy nagyon érződött ez a egyes játékosokon a fáradtság. Én főleg Dzsudzsákon éreztem, és inkább a szerdai meccs volt az nála, ami nagyon holt pont volt. Tehát a szerdai meccs neki nem sikerült jól, annak ellenére, hogy a végén ő adta be azt a labdát, amiből ugye a gól lett. És ezen a meccsen meg ő rúgta megint ezt a fantasztikus gólt ott a félidő hajrájában, ugye megint egyből Rosszit mutatta a kamera a találat után, nagyon szép lövés volt, kicsit a semmiből jött az a gól, sőt, hát ugye láttuk utána a meccsvégi statisztikában, hogy gyakorlatilag ezen a lövésen kívül nem volt kaput eltaláló kísérletünk a 90 perc során, úgyhogy tényleg nem lehet szavunk se arra, hogy nem... Nem, Balázs, nem vagy jó marketinges. Na. A kaput eltaláló lövések 100%-ából gól lett. Azért ez egy milyen jó kurva statmán. Igen. Nálunk ezt így mondanák? Elhiszem, hát... Én akkor felteszem egyből a kérdést, Balázs, mi a faszért nem rotál? Mert nincs kit, tehát mennyiségre... Valahogy 11 játékos voltak. De várjál, tehát mennyiségre megvagyunk, minőségre nem. De egyébként még így is rotált, mert a szombat... Figyelj, a Kiziridiszt egy időben gyakorlatilag a kezdőben követeltétek. Igen. Szerdán kezdett is. Tehát a Mezőkövesd ellen. De azért itt még van rajta kívül játékos, tehát... De mondjál olyat, aki erősítést is jelent. Hát nem feltétlenül erősítés, de tényleg idézőben le van szarva ez a meccs. Most én adnék lehetőséget. Olavale! De mondjuk egy Major Sámuelnek, tehát hogy lehet, hogy megnézném. Mindjárt kifejtem őt is, tehát az a lényeg, hogy a szerdai meccshez képest 5 helyen változott a kezdő, tehát volt rotáció, okosba forgatta a csapatot, ugye most bekerült Barát a sérülése után, bekerült Bévádi Kusnyír helyett, ugye Bódi szerdán nem kezdett, ő játszott most Kiziridis helyett, Sós bekerült, ugye szintén nem játszott, ő játszott most Szécsi helyett, Babunszki szintén nem volt kezdő szerdán, igaz, hogy korán beállt Bárány sérülése miatt. Már várjál, Balázs, mondjuk te jobban tudod ezt, Sós, mint kezdőjátékos, mikor volt használva utoljára Debrecen?
Nem mostanság, ez tény és való, viszont nagyon élvezi az edző bizalmát, és azért lássuk be, hogy fontos gólokat szerzett az elmúlt hetekben. Ez nem azt jelenti, hogy ő most hirtelen nagyon jó játékos lett, de látjuk, hogy inkább őt használja az edző, mint mondjuk ugye Horváth Krisztofert, aki megint nem volt a keretben sem, nem tudni, hogy miért, nem említette meg, mint sérült a hivatalos honlap, pedig megszokták említeni a összefoglaló cikkekben mindig, hogy ki miért hiányzik, ő most nem volt megemlítve. Sérülés oka Morci. Nem tudom. Ebből már nem lesz Torinói meccs. Nem sült el eddig jól. Nem sült el eddig jól ez a kölcsön. Igen, itt ez a Janeiro féle kiugrás, ez neki nagyon nem jött jól, mert ugye őt egyértelműen Janeiro kérésére hozták ide. Hogy Blagojevic miért nem bízik benne, azt nem tudom, csak sejtésünk van ugye, hogy nem annyira csapatjátékos, ő neki ez nem szimpatikus valószínűleg. Úgyhogy visszatérve még, akit kiemeltél, Major Samuel, én is őt vártam volna még a szezon előtt, hogy ilyen nagy üstökösként berobbanó fiatal tehetség. Becseréltük őt a Kisvárd ellen is, borzasztóan szállt be a meccsbe. Úgyhogy Manrique most egy egész jó találat lett azon a pozíción, úgyhogy ő vele nem volt gond egyik mérkőzésen sem. Úgyhogy én itt nézem a kispadot, hogy ki állhatott volna még be. Charleston? Olavale? Lukili. Lukili? Végre letesztelnénk Lukilit. Mondjuk rugott egy mesternégyest a múltkorában az MB3-as csapatban, meg utána duplázott, úgyhogy szórja, fossa a gólokat az MB3-ban, de szerintem ő télen viszontlátásra. Holland Zsé válogatott, vagy mi volt? Valami olyasmi, úgyhogy nincs itt alternatíva, tehát van egy 14-15 fős szűk mag, aki minőséget képvisel, abból kell gazdálkodni, és hát sok múlik azon, hogy Zsuzsáknak milyen napja van. Most egyébként nem játszott olyan rosszul, őt is egy gólt, de hát fáradt volt már ő. És az érdekes egyébként, hogy a hiába, hogy kikaptunk, én a két belső védőnk játékát tudnám kiemelni, mert rohadt jól játszott mind a kettő. Főleg Dreskovics, akit te nagyon lehúztál a szezon elején, Ádám, hogy tucat légiós. Igen. Hát figyelj, mondjuk kicsit rátromfolok, te meg Márikébe álltál bele, és most meg kezd meggyőzni. Nem, én Márikébe nagyon bíztam. Én a Dreskovicsal igen, tehát picit így voltam. Én azért, mert eleve most, bocsánat, lehet én leszek nagyképű, de nekem a Montenegrói Liga azért nem egy legjobb referencia. De ott a bajnok csapatnak volt az egyik legjobbja, tehát azért gondoltuk azt, hogy akkor annyira nem lehet egy vakegér. És mindig a Montenegrói Liga is olyan, hogy létezik a Buducsnosz Podgorica, a Buducsnosz Podgorica, meg a Buducsnosz Podgorica. Tehát. Úgyhogy ő is, hát ugye Janeiro-nál semmit nem játszott, letették őt az NB3-ba, most, hogy edzőváltás volt, visszakerült, és megkapta a bizalmat, és bejátszotta magát úgy a kezdőbe, hogy most már azon kell gondolkodni, hogy Déland, ha felépül, lesz a helye a csapatba. Mert most már ebben nem vagyok biztos. Tehát itt ez a Romancsuk-Deskovics páros szerintem nagyon jól néz ki, úgyhogy mind a kettő nagyon jól játszott, és Márike is ugye említette, én őt benne bíztam, de hát ugye ő mint balhátvéd nem vált be. Hát akárhogy is nézzük, nem tudta Ferenci János kiszorítani, ami azért kritika az összes balhátvédre, aki annak vallja magát, és nem tudja kiszorítani Ferencit. Hát ő most itt egy ilyen hatos poszton eddig nem volt olyan túlzottan rossz, úgyhogy lehet, hogy belőle egy ilyen új pozícióra nevelést láthatunk, meglátjuk. Nem tudom, van-e kérdésetek még? Kérdésem nincs, csak felhívnám figyelmet, hogyha megnézitek az összefoglalót, a Zsuzsák gólyánál nekem nagyon tetszik, hogy elég messziről azért szépen beveri, és a kapus utána az egész csapatot szídja, tehát hogy eszébe se jut, hogy... Merre kellett volna venni a lövést egyébként? Tehát, hogy én nem nagyon értem a kapusoknak ezt az ilyen hozzáállását, hogy hát onnan benyeltél egy ilyen lövést, tehát most miért kell egyből valakit hibáztatni? Tehát, hogy így, nem tudom, percekig ott osztja a védőket, meg mindenkit. Hát jól eltalált lövés volt szerintem. Nem gondolom, hogy ott a védők nagyon tehettek róla, hogy az beakadt. Na mindegy. Még azt akarom megkérdezni tőletek, mert ez nagyon feljött nálunk szurkolók részéről, nem tudom, láttátok a gólokat, amiket kaptunk, hogy szerintetek kapus hiba-e az, hogy egy kapus nem jön ki egy ilyen szögletre? Mert én szerintem nem. Melyikre?
Hát mind a kettőre, mert nagyon sokan azt mondják, hát hogy... Az egyik a rövidből lecsúsztatva, arra mondjuk szerintem kapus nem jön ki, oda biztosítéként a kapus vagy berak valakit a rövidre, és akkor ő fedezi. Másodiknál megint nem. Aztán nem kapus gól volt egyik sem. Én szerintem abszolút sem. Abszolút nem. Sokan mindig ezt mondják, hogy hát egy szögletnél a kapusnak jönnie kell és takarítania kell. Nem, tehát ha megnézzük, nem ez a trend már manapság, nem nagyon szaladgálnak ki a kapusok a beíveléseknél. Főleg, mert ugye nem lehet tudni azt előre, hogy hova fog érkezni, ha meg eltéveszti az ütemet, akkor meg az a baj, hogy miért jött ki. Tehát itt a védelem a hibás, aki nem veszi fel a saját emberét, és szabadon fejelhet egy Batik, akiről meg tudjuk, hogy jól fejel. Úgyhogy hát kellemetlen volt ez tényleg, hogy látszódott, hogy az összes szögletük életveszély, és 11-et rúghattak a meccsen, kettőbe is ment, úgyhogy fuck that. Igen. Amúgy szerintem például az első gólnál a bekötött fejű védőgyerek az úgy eladott. Melyik, mert mind a kettőben volt kötve. Ja, akkor nem tudom, ami külföldi csávó volt. Na mind a kettő külföldi. Jó. Lényegtelen képe vagyok a Lokival, mindegy, a gyerek végignézte szépen azt a fejest, tehát hogy ott kemény a Dreskovics már második félidőben turbán nélkül jött. Ilyet sem láttam egyébként még, hogy egy csapatban mind a két belső védő turbános, tehát hogy így egyszerre a pályán. Hát Törökországban alsó. Kuriózum. Egyiket a félidőben megstoppolták, hogy hozom a tűzőgépet, Józsi. Hát az első gólasz védőhiba volt. Én csak olyat láttam, amikor az MTK-ban még jó 10 éve a Pál Andrásnak bekötötték a fejét Turbánnak, és ott volt mellette csatárpárosként Turbán Gábor. Jó, örülök, hogy megtudták a lényeget. Még egy dolgot hadd emeljek ki, így nem feltétlenül a meccs kapcsán, hanem így az utolsó két meccshez kapcsolódóan. Ugye a szerdai volt az utolsó hazai meccsünk, és csütörtökön kijött egy cikk a honlapra, hogy elnöki köszönet, amiben a Thierry Aiki Zangel klubelnök megköszönte az egész fél éves szurkolást, és hogy ennyien kijártunk a meccsekre, és olyan fura volt ezt így olvasni, hogy így az elmúlt sok 10 évben soha nem köszönte ezt meg így senki nekünk, így a hazai klubvezetők, meg elnökök, meg tulajdonosok közül, úgyhogy ilyen jó leső érzés volt, hogy ezt így olvashattuk, és ugye ma meg egy ilyen riport készült vele a De Híren, amiben így mondja, hogy ő imádja a Loki szurkolókat, és hogy a legjobbak az országban, úgyhogy nyilván itt fanyalogtunk, hogy milyen kétes megítélésű tulajdonosok jönnek, de legalább azért nem szarnak az ajtó elé. Igen, apró gesztus, de annak meg kurva jó, tehát szerintem ez tök jó. Ritka. Főleg az, hogy azt hazudta, hogy ott vannak a legjobb szurkolók. Igen, mert ugye most mi például Újpesten oda vendégbe mentünk, majd ha egyszer eljön, itt lesz, és akkor eljön a Szuszába, akkor lehet, hogy kiad egy újabb, egy helyreigazítást. Amúgy lenne egy kérdésem, Balázs, sőt, lehet, hogy kettő is. Azt hittem, hogy Sanyi benyögi, hogy Balázs, te voltál már az újpesti VIP-ben, nem? De mi lenne a helyreigazítás, Sanyi? Hát az, hogy így, hát látott olyan tábort, amilyet még nem. Yeah. Na de, az lenne a kérdésem, hogy most 4 pontra vagytok a 11. helyezett Honvédtől, ugye nekik, és nekünk is egyébként, 16 pontunk van, nektek 20. De ti nem estek ki, tehát teket nem kell nézni. Azért is mondtam a Honvédot most inkább, igen, szóval, hogy mit gondolsz, hogy tavasszal nektek bejátszhat tehát, hogy félsz te őszintén a kieséstől, vagy azt gondolod, hogy azért jó ideje, ha közel is vagytok, de mindig felette vagytok, nálatok ez nem lesz most veszélyes tavasszal. Most nem félek, tehát amikor az edzőváltás volt, akkor féltem. Ugye a szezon előtt is inkább bizakodó voltam, most megint úgy áll a dolog, hogy nem félek. Nagyon meggyőző volt ez a utolsó másfél hónap, amit a Blagojevic érában játszottunk. És hogyha marad az edző, mert ugye ilyen pletykák is szányra keltek, hogy Oroszországból vannak ajánlatai, de aztán a sajtótájékoztatón a szombati meccs után azt megerősítette, hogy ő jól érzi itt magát, szóval nem gondolkodik ilyenbe. Úgyhogy ha marad, és tényleg most lesz egy jó kis 2 hónapja itt összecsiszolódni a csapattal, én nem tartok most a kieséstől, tehát jól néztünk ki játékban is, az eredmények is jöttek, ha azt veszük, a szezon fél távjánál már a fele pontszámot megszereztük a bennmaradáshoz, tehát hogyha a maradék 17 meccsen is ugyanígy szerzünk 20 pontot, akkor szerintem nem lesz kiesés. Oké. Az edzőre akartam rákérdezni, de arra meg kitértél, úgyhogy akkor valószínűleg ő lesz tavasszal is. Jól érzi magát, hát a Rubel azért az Rubel. Még a szankciók hát, okay. Mellett is Rubel.
De ki az, aki elmegy Oroszországba most edzőnek szerintem? Tehát, hogy nem tudom ezt reálisan elképzelni. De hát sose tudhatjuk, de a szavazás eredménye az az, hogy a szavazók 61%-a szerint a bennmaradás lehet a célja a Lokinak, 34% szerint a felsőház, és 3% pedig nemzetközi kupa indulás. Ezzel egyetértek én is, tehát itt ilyen nagyon magasztos célokat azért ne fogalmazzunk, mert tehát itt az elnök is most nyilatkozta, hogy neki ilyen titkos vágyáma, hogy bronzérem, de hát azért ez nagyon irreális a jelen körülmények között az idei szezonban. Tehát megnyeritek, az pont elég is. Ja. Úgyhogy biztos bennmaradás, ne kelljen itt izgulnunk egyszerre, azt azon belül, hogy most felsőház vagy alsóház, kit érdekel, leszarom. Rendben, akkor mehetünk a következő mérkőzésre, és újra meghallgathatjuk, hogy a Paks Újpest 3-1 után az Újpest miért nem esik ki. Na, szóval ugye mivel mi nem fogunk kiesni, azért aki csak ezt az egy meccset látná, vagy látta volna, az lehet, hogy beszarna, hogy kieshetünk, de én szerencsére végignéztem az összes meccset ősszel, emiatt nyugodtabb vagyok. Annyit tennék a meccs elé, kicsit visszalépve pár napot, hogy ugye Csongor Járon meghívót kapott a felnőtt válogatottba, ma a telki sajtótájékoztatón egyébként nyilatkozott is. Azért tegyük hozzá, hogyha Rossi megnézi a hétvégi teljesítményét, lehet, hogy elgondolkozik azon a meghívó. Én nem láttam nagyon kilógni Csongit ezen a meccsen se. Gyakorlatilag az egyik gólba beragadt lesnél, a másodiknál még mellette fejeltek. De semmi, no offense. Szerintem Rossi egyébként kicsit bánja, hogy nem e-mailbe küldte, mert azt vissza tudná hívni. Mondom, hogy ez azért hívta be Csongait, mert Sanyi a VIP-be addig baszogatta 90 percig, hogy ugye behívod. Hallod, vagy ha e-mailbe küldte volna, akkor mint a Facebookon tudod, írhatta volna, hogy nem ide. Egyébként annyi háttér info erről. Helyett ült a VIP-be, és így a kopasz fejét nyomogatta végig 90 percet, ugye behívod. Mint a Shrekben a szamár. Ugye behívtad már? Ugye behívtad már? Ugye behívtad már? Mikor behívtad már? Mikor lesz már? Na szóval, annyi háttérinfóm van, hogy ott azért mi beszélgettünk a klub alkalmazottjaival a VIP-ba, és ugye mondták, hogy azért Rossi most hazai meccseken idegenben is van, és akkor hogy ki lehet mi ott beszélgettünk, és ott Csongait így megkaptam infónak. Ugye Rosszinak ezt feltettem kérdésnek, hogy jók-e ezek az infóim, és ott ugye elmondta, hogy igen, hát figyeli őt is, a Csobotot is, ő elmondta, ti nem figyelitek. Hát egyértelmű, hogy Gurét szeretné honosítani. Tehát igen, ti nem figyelitek Csobotot ilyen szemmel, ő figyeli, meg még a Katona Matyit emelte ki. Szóval nagyon rég volt újpesti játékos a válogatott keretben. Tudjátok, mikor volt? Mikor megnyílt a nyitó meccse volt a Puskás Arénának, akkor a Fecesin még nálunk volt azon az őszön, ugye ez 2019 ősze, akkor Fecét be is cserélték. Tehát, hogy az elszoktunk. Ő volt a szegény ember Szalai Ádáma. Ja. Szóval elszoktunk mi már Újpesten, hogy aktív válogatott játékosunk van, és most még csak a keretben van bent, meg ugye tehát, hogy sérülés miatt hívták be a Vécsei helyére. Én azt gondolom, hogy két ilyen meccs, ami most jön, van rá esély, hogy egyébként, ha gondolkozik benne hosszabb távon a kapitány, akkor be is dobja a mélyvízbe, én szurkolok neki, és nekem a Csongvainak a karrier útja az, hogy saját nevelésű játékosként ide került, egyre jobb teljesítménye volt, most már csapatkapitány, látod is rajta, hogy ő a csapatkapitány, tehát nem csak a szalag van rajta, hanem úgy is viselkedik a pályán, és most ott van a válogatottban is. Ez egy nagyon szép példa, és még azt mondta el a mai sajtótájékoztatón a Csongi, hogy a Gerazoli őt emelte ki már, mint a Csongvait, a többi U21-es válogatott játékos számára, hogy itt a lehetőség, srácok. Ha itt jól teljesítetek meg a klubba, akkor egyből, ugye ő kiöregedett most Csongi az U21-ből, és váltóba egyből belement a felnőtt keretbe. Tehát tényleg ez így példás, lehet szeretni, nem szeretni az Újpestet, Csongvait, de azt gondolom, hogy azért ez az ív, ez magáért beszél. Na de, ehhez van-e kommentetek? Szívesen meghallgatom. A jó ízlés határaim belül nincs. Jó, szóval menjünk akkor Paksra. Ugye ez egy szombat délutáni meccs volt, hát kb. Az egész őszi szezonunknak a hű lenyomata volt ez a meccs. Mezőnyfölény, támadsz, helyzet, zicser, kapusra viszed, stb. Első fél időben kihagysz mindent, azok egyszer mennek el az ellenfél csapata, szépen fejelnek is belőle egy gólt, és hátrányra vagyunk. Igen, családos is akadémia.
Ja, hát tudna szerintem mindenki a saját csapata őszi meccsei közül legalább egyet mondani, ami csúnya, hogy nekünk minden második meccsünk ilyen. Sőt, lehet, hogy még ezzel keveset is mondok. Csatáraink elől nincsenek, ugye Talló kikerült a keretből, azt biztos hallotta mindenki állítólag, mindenkivel összeveszett, Kruscsicssal és a kerületi sarki fűszeressel is, ahogy a riporter nyilatkozott, tehát hogy jó eséllyel Talló már tavasszal nem nálunk lesz, ennek a szurkolók nagy része örül, és egyébként az őszi Tallót látva én is azt mondom, hogy egyáltalán nem volt erősítés a csapatba. Én a korábbi extra Tallót viszont hiányolom, aki minden labdát lefedezett, megtartott, tovább játszott. Akkor te Szomorminak hazudtál, hogy a kedvenc játékos. Nem, egyébként tartom, tehát hogy én nagyon szerettem, de ez a mostani Talló sajnos messze nem az, ami... És látszik, hogy ott a fejével van gond, mert visszadumál valószínűleg az edzőnek, ő ezt Kádárnál se bírta el, legutóbb stb. Szóval kikerült a keretből, már a Vidi ellen se volt, a Paks ellen se, és szerintem innen neki már nem lesz visszaút. A szurkolók 95%-a egyébként a legnagyobb erősítésnek tartaná, hogy ő elmegy, nyilván van benne valami, ha az őszt nézzük egyértelműen. Na, és akkor ugye kaptunk egy gólt, majd az első gól után, még az első fél idő végén, nem tudom, néztétek a közvetítést, így elment a négy reflektor szigetből egy, és a pálya egy része így sötét lett. Amit nem akarsz hallani, vagy látni azt, hogy Pakson áramszünet van, vagy hogy az Újpest Központ focis podcastnek a műsorából idézzek, így reggelente, mikor a kávéra tiszod, akkor nem azt a hírt akarod olvasni, hogy Pakson gáz van az árammal. Úgyhogy érdekes volt, ez vissza se jött egyébként már a meccsre. Főleg, tehát, hogyha még gáz is van, hú! Igen. Szóval, hogy ilyen félhomályban játszották le, ez az újpesti térfélen volt egyébként, de a többi... Hát azért ne haragudj, Sanyi, de a félhomály az nagyon nem ilyen. Tehát a félhomály az olyan volt, mint amikor Helyő Csabán annó edzettünk az U13-mal, és volt három darab reflektor felszerelve a tornacsarnok oldalára, és a félpálya közepéig talán elláttunk a téli sötétben. Na, az félhomály volt. Itt viszont teljesen jól lehetett látni a meccset. Aki erre fogja a vereséget, az... Nem erre fogom, én azt mondom, hogy szerintem... Nem rá célzok, csak hogy általánosságban, hogy ez egy nagyon olcsó kifogás, hogy félhomály. Az Atomvárosban ne legyen már, érted? Áramszünet, vagy nem tudom mi. Már miért Atomvárosban nem tudja átrágni a hörcsög a kábelt? Olyan hülyéjön ki, ott nem. Csavarjanak be még egy izotópot, hagyd szóra. Így van. Na, utána jött Hán János, aki értelmszerűen meglőtte a legelső gólját a szezonban, tehát hogy senkinek, mindenki ellen kihagy mindent, ellenünk rögtön felhúzta létszalát. Figyelj, ebben nincs semmi meglepő, tehát Hán János, ha már kettőt kell belérni a labdába, elbassza. De ha csak egyből bele kell pöckölni, stukkolni, tuszkolni, pöckölni, akkor berúgja. Be. Nekünk berúgta, mint ló a lónak. Ezután meg nyomtunk, mint az állat, hogy maradjak akkor így az állatkerti hasonlatnál, és helyzet hátán, ugye... Várunk egy villamajmot. Meg se hallottam, a friss 20 éves, másfél hete igazolt csatárunk, Péter Ambróz, a 20 éves nigériai játékos, amin a magyar sajtó és az ellenfél szurkolói nagyon jól élcelődtek, meg egyébként a saját táborunkból is egy jó páran, hogy nem, de van neki igen ez a két ilyen könycsepp, kiégéses. Ő a szoláriumos Ribery, tehát hogy neki itt picit más a könycsatorna, tehát hogy... És ezzel miért szölöttek, vagy mit kezdtél mondani? Azon, hogy ide, igen, köszönöm Domi, hogy te figyelsz, nagyon jól esik, hogy van értelme itt komoly beszélgetéseket folytatni egyes szerkesztőkkel. Tehát, hogy őt leigazoltuk úgy, hogy a török másodosztályból jött, és egy fél szezon alatt volt egyetlen egy gólja, és hogy ez 20 évesen egy magyar játékos is megcsinálja, igaz, de hát tudjuk jól, hogy a belga ilyeneket szokott igazolni, 4 évre írt egyébként nálunk alá, 20 éves, ha ügyes, ebből nyilván lehet pénzt csinálni ebből a gyerekből, mi meg 20 éves, tehetséges, magyar góllövésre képes csatát nem tudunk megfizetni, vagy meg tudnánk, de a belga nem fog. Tehát hozzánk azért jönnek ilyen légiósok. Viszont amennyire kiábrándító volt a Zete elleni 10 pár perc, amikor beállt, itt egyébként fejelt egy gólt, és most így 42 perc alatt van egy gólja. Azért az valószínűleg pont egyel több, mint amennyi itt nekünk van meg azoknak, akik... Szerintem ezzel adta magát egy topligába. Hát azért valószínűleg nem. Kíváncsi leszek egyébként, hogy... Tegyük hozzá, Sanyi, hogy a Jahája is így indult. Igen, meg a Konének is pont egy gólya volt egyébként nálunk. Na mindegy. Több volt, csak a Vidinek rúgta. Kicsoda? A
Hát a Konénak több volt, csak a gólok jelentős részét a Vidinek rúgta. Szerintem egy gólja volt, és azt is ellenünk Debre, egy gólja volt, és a Debrecen. Mindenki ellenünk rúgja az első gólját, vagy élete gólját. Nem emlékeztek, hogy a Jerevántól igazolták le? Tehát, ja, igen, de értelek most. Aki a Vidit kiejtette? De, így van. Koné onnan jött? Na, aztán vágtunk még egy kapufát, a Lubaki, aki ugye a német, ugyancsak 20 éves középpályásul, és ő a Vidi ellen is nagyon jó volt. Itt se volt rossz, de, és itt hívnám fel, és itt invitálnak titeket tippelésre, ne nézzetek légy szíves tabellát, hogy szerintetek hanyadik legtöbb gólt kapta az Újpest a bajnokságban, ugye 12 csapat van. Szerintem a legtöbbet. Második, mert mi kaptuk a legtöbbet szerintem. Majdnem, igazad van Balázs, viszont neked van igazad Zoli. 29-el kaptuk mi a legtöbbet, és szerintetek kivel vagyunk holt versenybe? Nem a Debrecennel. Akkor minket beelőztetek, igen, mert itt most keveset Honvéd. Kaptunk. Honvéd, majdnem. Ki kapta a legtöbb gólt rajtunk kívül? Meg fogtok lepődni. Élcsapat. Kisvárda? Kisvárda. 29 ugyanúgy. És mögöttünk van a Honvéd. Hát ők most beszedtek hetet itt az utolsó két fordulóban. Ja, ja. És a Honvéd és a Debrecen van 27 kapott góla, tehát kettővel kevesebb mögöttünk. Azért nálunk azért... Kisvárdán is lehet gáz a jövőben, hogyha a támadók tényleg eligazolgatnak. Látod. Mondjuk az is tényleg Kisvárdánál -2-es gólaránya a harmadik hely, azért az szép. Igen, tehát az azért látszik, hogy a támadójáték az közel se esett annyira vissza, ellenben nem sikerült Prengát meg Csirkovicsot pótolni, akik meg szintén szenvednek a Honvédban. Ja, őt a saját teljesítményeket nem pótolták a Honvédnál. Ja, szóval nem csak az a baj, amit mindenhol hallunk, hogy nincs csatárunk és nem lövünk gólokat, holott tényleg ezt látjuk, de ezáltal, tehát a védekezésünk sincs azért annyira rendben, most Diaby 2 meccs óta nincsen már, és azért az se egy olyan életbiztosítás, hogy egy Diabytól várjuk a hátsó stabilitást, aki veszélyesebb az ellenfél kapuja előtt, és hasonlót hoz talán a mi kapunknál is néha-néha, bár én őt csípem. Szóval elindultak a pletykák, hogy a Kruscsics is nyilatkozott, hogy most edzőkérdés van-e vagy nincs. Ő szerinte nincsen. Én is arra szavaznék, hogy egyébként erősíteni kell a kereten, és az edző képes lehet rá. Ezt megcsinálta tavasszal is. Croazé elméletileg vissza fog térni. Már most igazolásokról beszélt a Kruscsics, hogy le van egyeztetve a tulajdonossal, hogy kik jönnek. Viszont az ő sorsa még nincs eldőlve, tehát hogy még egy ilyen beszélgetés előtte van, és az Öninget körülbelül hasonló teljesítménye szó nélkül elküldték ugyanilyenkor egy évvel ezelőtt. Szóval sok a kérdőjel, nem véletlenül van az a szavazás, hogy edzőt kellett cserélni. Most le is látom, zártam. Igen, azt nézem, hogy mindegy ki az edző, csak csatár kell. Én is erre szavaztam egyébként, az 37% is nem. Tehát a nézők is azt látják, főleg szerintem egy ilyen Vidi ellen lemeccselt Vidi elleni meccs, na szóval egy meccset megnyertve a Vidi ellen taktikailag is, azt gondolom, hogy az edző hozzáértését bizonyítja. Kell valaki, aki befejezi a támadásainkat, mert a Guré nem rossz, de nem is jó, és ott van, kész, nincs, elment a talló. A Jacqueline-t egyáltalán nem játszhatjuk. A Borello is egy támadó, most kezdett Pakson, nem vetted észre, hogy ott volt, le is kapták, szóval nem vagyunk előtől vastagak, és hátul is a legtöbb gólt kaptuk. Hát izgulhatnék, de azért nyugodt vagyok, mert mi nekünk a tavaszunk mindig sokkal, de minden évben sokkal erősebb, legyen most is így, érjünk oda a középmezőnyre, kupába jussunk, amíg csak bírunk, ne adj Isten, nyerjük is meg, ahogy szoktuk, aztán... Ez is egy Annos jó Szentes Lázárral hány pont előnyről buktátok el tavasszal a bajnoki címet a Loki ellen? Az nem Szentes Lázár volt, akkor Mészöly Géza. Nem, az Szentes Lázár volt. Szerintem is, mindkettő. Elsőként fordultatok. De vagy négy pont előnyel, azt hiszem talán. Szerintem volt az 9 is, amiről Tisza is beszélt. De az 2006, amiről ti beszéltek, az 2008. Arról beszélünk, igen. Az Szentes Lázár. Az már, szóval már igen. De ott nem volt 9 pont. Ott szerintem nem. Volt, nagyon sok pont volt. Nagyon sok ponttal vezetett az Újpest. Még Tisza is mondta, hogy ők se hitték el, hogy ezt már el lehet bukni. Az a liga legjobb csapata volt akkoriban. Jók voltunk. Na mindegy, ne tépjétek a sebeket, léci. De hát, mint ahogy az Újpest soha nem eshet ki, bajnok sem lehet mindig csak jövőre. Hát, ilyen akciószínésszel a csapat, hogy Jack Lane. Tehát ezt a nevet, ezt már imádom, hogy Jack Lane. Tehát ez a Jack Reacher, Jack Ryan, Jack Lane. És Jack Lane. Én csak annyit jegyeznék meg így a mérkőzés kapcsán, annak ellenére, hogy azért ez se volt éppen a szórakoztatás magas iskolája.
még több kötött holmit kérek Waltner Robertre, még több, mágya. Több kötött pulóvert, de olyat, amit a nagymamája horgol, én ezt nagyon adom. Igaz, hogy én karácsonykor szoktam, meg szerintem ez én poén, hogy karácsonykor felveszük a legocsmányabb kötött pulóvereket, de Waltner Robert szembe megy a divattal, szembe megy minden trenddel, neki még a kabátja is kötött, úgyhogy hatalmas respekt neki. Jövő héten, vagy bocsánat, januárban én kötött nadrágra számítok tőle. Kötött cipő. Kötött cipő. Neki minden nap karácsony. Hát és nyáron majd egy kötött fürdőgatya. Egyértelmű, és sőt, nagyon remélem, hogy kreatív lesz, mert lehet kapni kötött szakállat, amit szintén felrakhat. Úgyhogy... Azt majd Mikuláskor. Még több ilyen kötött holmit volt, mert Robert nagyon cuki. Csak azt gondoljátok, hogyha jön a köd, az így ráesik, megszívja magát nedvességgel, ez az ember ez össze fog esni a súlya alatt. Hát voltak már ilyen hasonló divat irányzatok, ugye a hosszú bőrkabát, most a kötött felső, tehát ezek... A Mártonféle SS-10? Igen, tehát hogy jönnek be a divatba ezek a dolgok, de hát mindegy, nyugodjunk meg, az Újpest nem fog kiesni, és ugorhatunk is a következő mérkőzésre. Ami valaki szerint Bugybóka díjas volt, méghozzá ez a Dalaegerszeg KT 0-0, nem csak valaki, hát szerintem mindenki szerint. Azt nem mondhatjuk, hogy nem történt semmi, mert rögtön az elején ott volt egy gól, ami nem volt gól, és hát ott az egyből, tehát hogy még egy gyűjtődíjas meccsen ez se történhet meg. Bognár Tamástól az egy óriási műhiba volt, tehát így nem véletlen, hogy megdobálták az Vezda szurkolók a Midtjylland ellen. Ott is ugyanez volt? Nagyon csúnyán benézte. De most te a műhiba szót használtad, az... Hát ez hiba volt, vagy... Műhiba. Műhiba az óvásra okot. Azért mondom, tehát ez az... óvatosan. Itt több játékvezető is a sorok között. Megszólalt a játékvezető. De hát nem is értettem ezt a döntést egyébként. Én mondjuk ilyenkor dominál, meg Sanyinál, várnék egy sárga vagy egy piros lapot így, meg egy sípszót. Ja, hogy nem vagyok legközelebb hozzá. Meg fekete felsőbe szoktam, meg fölteszem még a vörös csillagos kitűzőmet még 1988-ból, persze. Azt hittem, ilyen Velez Mosztáros. Nem. Jébés. És egyszerűen el tudom képzelni, hogy Domi például ott van egy ilyen meccsen, és akkor mindenki kurvanyázza a bírót, meg szidja, meg mondja, hogy de hát ez hiba volt, a játékvezető tévedhet, nézzétek már el. A bírónak nincs videója. Ja. Én látom, mint az öreg Hemingway-t, hogy Domi csak a kezdőkörből így mutatja. Az nem Hemingway volt, hanem Bajferi volt Csornán, tehát ez a klasszik egyik. Szabó Gyurka bácsi is ilyen volt. Vágjátok, hogy a Hemingway-nek van még mindig ilyen vlogja, mert régen a Honvéd tulajdonosaként mindig beszámolt róla, most ilyen gazdaság, politika, egy kis sport, szeret selfie kamerával beszélni az öreg. Én nem. Wow. Ha a kérdésre válaszolok, nem vágom. Minden esetre én úgy tudom, hogy ez a reklámtábla biznisz az övé, ami így a stadionokba fut, tehát, hogy ezt az ő zsebében landol ennek az ára. Nem tudom, hogy ezt már kicsavarták a kezéből, vagy még meghagyták neki. Lehet az volt a végkielégítés. Én azt mondom, Sanyi, menjünk el hozzá a Csömöri birtokára is, és csináljunk erről egy látogatást. Menjétek el a VIP szektorba oda is. Vendégségben George F. Hemingway-nél. George F. Hemingway-nél, az öreg hal. Jó gyerekek, hát minden esetre a KTM még mindig a második, tehát úgy néz ki, hogy mégse akarnak azért annyira kipukkadni, tehát ilyen kinkes erősen azért tudják hozni az egy pontot, hogyha nem is nekik áll a zászló, mert azt gondolom, hogy ennél a meccsnél annyira nem nekik állt. Egyáltalán. Nagyon elfáradó félben van ez a Kecskemét, legjobb kor jött nekik a szünet szerintem, mint a Kisvárdánál, és mondom, most már szerintem kezd a szezon végére egy ilyen unszimpatikus játékkal is párosulni, tehát rengeteget foglalkoznak a bíróval, elég sok faltot követnek el, és rá is játszanak, de majd Tamás úgy is rám cáfol. Nincs igazad el. Köszönjük! Valószabónak azért volt egy zicsere a végén, amivel még behúzhatták volna. Hát azt mondjuk, mekkora link módon rúgta el, tehát hogy azt én nem is értettem, hogy mit gondolt. Hát ő már sztár, és úgy gondolt, hogy akkor alá löbből is majd beemeli. Hát be is emelte a kezét. Csodálkozunk, hogy a papa kopasz. Köldök magasságig emelte meg azt a labdát. Tehát, hogy ott például, ott azt éreztem, hogy most ez a, azt hittem, a babis hús. Hát, hogy eddig bejött, ment, hát most ez kurvára nagyon gyenge befejezés volt. Tehát, de nem is lett volna igazságos azért, valljuk be.
hogyha ott a végén megnyerték volna, de hát a foci az legritkább esetben igazságos. Ha nyertek volna, nyertek. De hát, hogyha ennyi, akkor ennyi gyerekek, akkor következik a videóton Kisvárda 4-1, ami nekem egy kicsit meglepetés volt azért, hogy mennyire sima volt ez a győzelem, bár a Kisvárda kapusa mindent elkövetett. Igen, tehát igazából ez a mérkőzés, ez két szóval letudható, átjom Ogyincov. Tehát... Mindent elkövetett azért. Ogyincov, te személy! Tipsmix üté! Az első két gól, én azért nem adnám neki. Tehát... Az első két gól, mind a kettő megpattant, bár nem mentem fel. Itt minden, amit a Kisvárda lő, vagy Kisvárda kapott, az minden lövés, ami az ő kapujukra ment, az gól. 3-4 az nyilván az övé volt, de az 1-2-ben mondjuk a másodikat azt azért jó szérő rúgta a gyerek, tehát lehet, ott kapott egy mentséget, hogy megpattant, de azt lehet, de hogy pont az azt, Domi, ha láttad, akkor így kifele láttam. Kanyarodott, tehát kifele kanyarodott, igazából, hogyha nem pattan meg a szélesnek a bádlián, vagy nem tudom, nem kap Gellert, akkor fogja. Azért mondom, tehát az első kettőt, azt, mondjuk kíváncsi voltam, hogy a török aledző, török papíredző mit mond erről, de mégis azt nem húzta nyakába. De a turbános. Elmondta, hogy Ogyincov tehet a meccsről. De nem úgy értem, hanem azt, tehát szerintem ő arra gondolt, hogy ugye, amikor a 2-1 után, tehát az volt azért az a mélyütés, hogy a 2-1 után ugye ők azt hitték, hogy visszajönnek, és ugye akkor az a harmadik az. Tehát az a harmadik, ami jött, hogy elszaladt ezért valamiért a boltba, az volt az. Meg hát nyilván az utolsó, tehát a negyedik az meg nem tudom, ott már összeomlott. Nem mentem. A védőse segítették rendesen. De azért azt a védelmet meg kéne nézni. Tehát Kravchenko szeles. Tehát azért ezt itt rakjuk már. Ja, össze. Szeles. Hát szeles, nem szelesről széles. Bocsánat, széles, mindig szeleset akarok. Nem, mert itt ugye van egy alpolgármester szeles, azt mindig megzavarodok. Ez meg a, tehát ugye Győrben alpolgármester szeles, és a kormány megbízott, vagy mi az is, Alispán, vagy igen. Az Debrecenben meg szélesnek hívják az alpolgármester. Az meg széles, és az a rokona ennek a imi gyereknek. Azt, amúgy van a harmadik gólnál az nagyon tetszett, hogy a Vidi megismételte a két meccsen ezelőtti gólját, hogy így átívelték az egész pályát, srác magárét, hogy ugyanazt rúgta a Kászráti, mint a Fradi ellen. Berúgta volna a kapusra szembe, és ugyanúgy. Hát nem, szinte ugyanaz. Most a lednyev ívelt fel, ha jól emlékszem. Igen, most akkor Fiola, most a lednyev, de szépen maga elé tette megint, tehát hogy a csávó nincs megijedve az ilyen hosszú. Nagyon-nagyon szép szituáció volt, de megkérném azért a kedves Videoton szurkolókat, illetve a Videoton csapatát, hogy ne nagyon tartsanak már a Sóstói stadionban ilyen gólzáporos meccseket, mert négyszer végig hallgatni a Baby Give It Up-ot, mert az egy szétrobban az agya az embernek. Az a dal, És akkor Sőn Szabi megbejátszotta magát itt a válogatottba ezen a meccsen, jól láttam. Most fogott kettőt, ugye? De hát most azért ne legyen mezelég. De behívták. De hát az tényleg. Ment van a keretbe. Mint egy korty víz, jó. Úgy hiányzott oda. Jó. De hát behívták Tárdait is. Ő is ugott egyet végül is. Őt mondjuk jobban elfogadom, mint Sőnt. Igen, őt én is jobban elfogadom, amúgy. Neki járt is, ja. Milyen érdekes volt, hogy a Huszti viszont lenyilatkozta, hogy igen, ma jól játszottunk, de mindent fenntartok, amit múlt héten elmondtam. Motiváció, keretcsere, ki hajt, ki nem hajt. Ami még nagyon tetszett, hogy a 90. percben a Kisvárda gyerek a meginduló Videóton játékost hátulról megrántotta, és visszarántotta, és meg is kapta a piros lapját, és értetlenül látta a dolog. Ja, az miért? És, tehát, hogy az ilyen, úgy beszaladték egy mikrofon, hogy elmondanád, mi van a fejedbe? Lehet, hogy már annyira oxigénhiányos állapotba került az agya. Tehát csak ezt tudom, hogy a 90. percben annyira széthajtotta magát, hogy már gondolkodás nem ment, de tényleg. Én nem tudom, egyébként ezt tanítják a iskolába, a fotbaliskolába, hogy még hát a legegyértelműbb izét, és el kell játszani a naivát, vagy nem tudom. Bulgáriában valószínű. Ez bulgáriai? Bulgáriai? Bulgár, igen. Bulgáriai futballiskolában ezt még tanítja. Lehetséges, de úgy nem nagyon értettem, hogy inkább tök csöndbe föltenni a kezét, hiszen jó van, oké, és Pori, igazad van, megyek túlanyozni. Nem, ott tök értettem, meg röhög a bíró pofájába, érted, hogy ez basszak, hát annyira egyértelmű volt. Na hát mindegy. Remélem beleírt a jegyzőkönyvbe, meg ki is röhögött, és akkor még egy ja.
Akkor már csak márciusban játszik. Hát ugye van az a klasszikus sztori a jegyzőkönyvről, hogy 37. percben a 4-es számú játékos azt mondta nekem, hogy szopj le Spori, miután ez megtörtént, kiállítottam a játékost. Volt egy olyan meccsem, megye másodosztályba. Ez mondjuk jó kezd. Na, amikor a 37. percben azt mondta igen, nekem A vendégek edzője a kispadtól a 16-os vonaláig ment az oldalon, tehát elhagyta a technikai zónát egy olyan 20 méterrel, és akkor oda mentem tőle, megálltam direkt messziről, mert az a nagy ember volt, nehogy mondom, megbolonduljon, beugorjon. Tehát, hogy ugró távolságra, vetődés távolságra voltam tőle. Na, uram, akkor megkérném, hogy menjen vissza, mert ki fogom állítani. Ott elkezdett búzi, faszopó, minden volt, és akkor mondtam, uram, jó, akkor kiáltottam, legyen szíves bemenni. Nem, nyomta a jelzőket. Én mondtam, jó, uram, körülbelül most 3 meccs eltiltásnál jár az alapján, amit le fogok írni. Csak tolta, körülbelül szerintem most vagyunk 4-5-nél, elmentünk 12-ig, kettesével szaladtam felfelé, befejezte, megnyugodott, mérkőzés végére, én ismertem ezt a csávót egyébként, bejött, hogy ő szeretne elnézést kérni. Mondom, hogyha annyiszor elmondja, hogy elnézést, ahányszor ott én minden buzifasztopó voltam, akkor nem fogom beírni a jegyzőkönyvbe, elmondta. Kezet ráztam. Mondom, így van. Kezet rászom, mondom, ilyet akkor legközelebb. Na akkor le lettél fizetve, szóval tudod, hogy mulasztást követtél le, tehát hogy hazudtál a jegyzőkönyvbe. Nem, semmi. Jó van, oké, akkor... A hétköznapi hűség. Jó van. Annyi a te érdeket, remélem, hogy ez már elős. Úgy gondoltam, hogy ezzel sokkal nagyobb megelőző hatást és pedagógiai hatást értem el nála. Később se volt soha semmi problémám. Ez csalás. Nem, ekkor ismerték meg Parasztnyán a mediáció fogalmát. Ja nem, bocsánat, a kiállítást leírtam, hogy kiállítottam. Ezt már nem magyarázom. De hogy azt, hogy miket nem. Mondott, hát az, hogy kapjon 12 meccset, azt nem. Leírtam, elhagytam. Kiállítottam, mert elhagyta a technikai zavart. Egyéb más fontos esemény. Hősök sipot viselnek. Jó, én csak annyit mondok, az én időmben nem volt technikai zóna. Na mindegy. Akkor minden az volt. Hát igen. Következő mérkőzésünk a Honvéd Ferencváros 0-2-es mérkőzés volt, ami egyébként szerintem sokkal simább volt, mint amit az eredmény mutat, és hát gondolom, hogy a Honvéd, nem akarom bennük forgatni a kést, de gondolom, hogy a Honvéd szurkolók is így látták. És amit még én láttam, és amit még én, igen, ő nem, de amit még én láttam, az a utolsó percekben, amikor a védő Oxival próbált elrúgni a labdát, és utána egy ilyen rohadtul nagy beleszarom mozdulatba átment az egész, és így azt mondta, hogy jó, akkor. Tehát, hogy nem tudom, hogy a Honvéd szurkolók... Őszintén, Zoli, az... ilyenkor mi a fasz csinálsz? Tehát, hát nem, legalább futok utána, érted? Tudjátok, nem mit tudom. Láttam rajta? Hogy ezt a jelenetet láttam a lelki szemeim előtt egy évvel ezelőtt. Diós Győri öltözőben vagyunk, Molnár Gábor, szarok én bele jövőre, úgyis megyek Mezőkövesdre. Ugyanezt láttam benne. Érdekli a faszomat, menjél el? Várjatok, én meg olyat olvastam több fórumon is, hogy miért nem akart játszani a Honvéd? Tehát már ezt is felrójuk, tehát hogy egy Fradi ellen, hogy már ez a baj, nem akartak játszani, hát nem most őszintén a Fradi ellen. Ki az, aki úgymond kimer így szintén offenzívan állni, hát az minimum egy 5-ös, 6-osba beleszalad. Tehát én például ezt nem értem, amikor ezt marasztalják el egy Ferencváros ellen fellépő csapat, hogy nem lép fel kellő támadásra. Ki az, aki a Fradi ellen szeretne belefutni önkéntesen egy húzzak? Mi belefutottunk. Mi is futottunk bele ilyen késbe. De nem volt jó döntés. Mi meg 13 éve nem játszottunk velük, úgyhogy nem tudom. Oké, ez tök mag hány helyzetet önzőzött el ebbe az utolsó 20 percbe amúgy, nem? Hát igen, de hát... Annyira vettek ezt a meccset, mint a kápán a tisztázásnak. Igen. Tehát ez ilyen félgőzös, sima győzelem volt sajnos a Honvéd szurkolók szemszögéből nézve. De hát mondhatjuk azt, hogy a Honvédnak nem feltétlenül Fradit kell megvernie ebben a bajnokságban. Úgy emlékszek, le is nyilatkozta az edzőjük, hogy itt tényleg legjobb magyar csapat. Ezt szerintem nem is vitatjuk egyikünk se per pillanat, tehát eredményesség szempontjából abszolút, de megmondta, hogy nem a Fradi ellen kell nyerni. Ja. De hát akkor nem is lehet más, hogy csak bekelve bunkerfocival nyerni a Fradi ellen? Per pillanat szerintem igen. Tehát én, hogyha bennmaradásért küzdenék,
Márpedig azért itt lesznek olyan csapatok, akár egy Köves, akár egy Vasas, aki leginkább a szervezet védekezéséről ír, és ők ezt fogják csinálni. Mi más tehetnének? Hát, volt azért ott még a Honvédnek, nem? Mielőtt kapták a másodikat, ott még egy volt helyzet, még egy szöglet, tehát hogy az ilyenek meg be tudnak csorogni. Nem lett volna valószínű. Ha ezt tényleg komolyan veszi a Fradi, akkor ez ilyen utálom ezt, hogy annyit adtak ki magukból, amit kell, de gondolom, hogy ha a Honvéd fel tudott volna jönni, akkor kicsit koncentráltabbak ők is. Tehát, hogy nyilván nem tudhatjuk. Én 20 percet láttam ebből a meccsből, egy jelenet sor ismétlődött 5-ször szemem előtt. Fradi kontra, vagy helyzetbe kerül, tök magnál a labda, rálövi mindent elő, Zakari eszem besprintel mellé várja, ott ordít, hogy adjad már nekem, hogy Bence elismerjen, nem kapja meg a labdát. Ez 5-ször. Tök mag rálövi, kapus mellé, lesgól, kézzel viszi be, stb. Mindent kihagytak. Mert ebből is látszik, hogy Zakariasen egy klasszikus 8-as, tehát ő is igazából második szándékból tud focizni, ami kipattan, azokat berugdossa. És például most is, nem most, hanem a hétközi fordulóban azt hiszem szintén így szerzett volt. Tehát én ezért nem is várok olyat, hogy most itt Zakariasen leoktatja az ellenfél védelmét, kicselez mindenkit, aztán begurítja, mert Zakariasen ebben jó. Tehát, hogy egy klasszikus 8-as, jól érkezik, jól értékesít második szándékból, ezért jó. De van, aki szerint nem jó. Vannak ilyen... Renitensek. Igen. Jó, hát akkor ugorjunk. Hát ilyen. Ugorjunk a következő óriási nagy győzelemre, ami a Vasas Mezőkövesd meccsen az 1-0-ás elsöprő győzelem. Hát, ez a mérkőzés, tehát gyakorlatilag nagyon szépen megmutatta azt, hogy miért van mind a két csapat ott a tabellán, ahol igazából két baromi statikus, baromi defenzív csapat játszott, annak ellenére, hogy azért nem volt túl meleg a mérkőzésen, tehát ilyen 3-4 fok körül lehetett a higanyszál, annak ellenére ritmus sem nagyon volt, tehát ott álltak, keresték egymást, de nem is igazán próbáltak megjátszani senkit. Igazából ezen a mérkőzésen az nyújtotta a két csapat közötti különbséget, hogy amíg a Vasas védelme saját játékoshoz szabadított fel, addig Mezőkövesdieknél ugye egy teljesen ártalmatlan szituációban, ahol ott ugye kapott egy szabadrugást az elején a Vasas, és képesek voltak a mezőny legalacsonyabb játékosára Radóra felívelni a labdát, ott nem is tudom melyik mezőkövesdi védő, de kifejelte pont az érkező 11-es pontnál érkező Vasas csatár elé. Ott még... Azt hiszem szegény Kálai volt megint. Hát igen, ő is. Amennyire megdicsértem körülbelül a Fradi elleni meccsig, azóta annyira egyre kevésbé formában van. Azért én idézőben egy 0 kilométeres NB1-es szintem, sőt még talán majdnem egy NB2-es szinten se túl tapasztalt 20 éves gyereket azért nem marasztalnék el. Hát ez... jó. De szóval ugye tényleg rutintalanul oda a 11-es pontra pont érkezett Vasas játékos, ott még Pissiteli óriási bravúrral kikapta azt a löketet, de hát Novotninak 40 centiről nem volt nehéz bepofoznia. Aztán... Várj, bocs, Tamás, nem fura, hogy pont a Loki ellen, oké, az is egy ilyen vétetetlen szarszitu volt, de Pissiteliről már másodjára jön ki szarhelyre, ami meccs döntő. Mit tudott volna ott csinálni? Tehát tényleg alig bírt leérni a labdához. Itt én is adom, hogy ez nem kapus. Ja, én nem, tehát félértés tessék, én nem akarom az ő nyakába varni, csak ez már a második meccse szerencsétlen olasznak, hogy előtte érdekszerűen bravúra halmoz, és tényleg formán... Ez nem, egyáltalán nem rajta volt. Én nem a kapus hibára hozom ki, csak tényleg ilyen szar lövésből. Pek. Hát biztos demoralizáló, de ott egyébként ami érdekes volt a gól utáni szitunál, hogy hát Novotni Somáról nagyon jól tudjuk, hogy nem kell a szomszédba mennie akkor, amikor arcoskodásról és nagyképűségről van szó. Hát most is egy ilyen 40 centiről bepofozott labdánál rögtön kiszaladt a hazai lelátók el, és mutogató. És szerintem tudjátok, kinek üzent? Szerintem Kondásnak. Halál komolyan. Tehát, hogy megnézitek, ment volna gratulálni Elemér, ilyen fél kéze, hogy oda csapott, hogy jó van, belecsapok a kezedbe, de korábban ugyebár hétközben azt nyilatkozta le Kondás, hogy jó pár játékosnak most már a pályán kellene megmutatni, hogy mire képes, nem csak dumálnia. Nekem ez így érzek némi átfedést a történetbe, úgyhogy én arra azt gondoltam, hogy némiképp neki is üzen. 40 centiről. Gyerekek,
Abszolút. Tehát én nem tudom, én a szeretet hírnöke vagyok, én néztem ezt a jelenetet, és azt mondtam magamban, hogy milyen jó fej ez a Novotny, hogy mutatja ezzel, hogy nincs itt az ideje az ünneplésnek. Tehát, hogy én rohadtul arra gondoltam, hogy így azért nem, hogy így most 1-0-ra nyertünk, de amúgy szarok vagyunk, tehát, hogy így ezt próbálja jelezni, hogy így nem kell ünnepelni gyerekek, mert hogy ez még mindig kevés. Tehát, hát, neked az Zoli, hogy ez gyenge kifogás, mert arra is van egy egyezményessel ez a... Oké, de egyébként szarjátékosnak tartottam már akkor is, amikor itt játszott, tehát hogy én nem szeretném megvédeni, csak én abszolút azt gondoltam, hogy ő most itt azért inti rendre mindenkit, hogy mit ünnepeljünk gyerekek, ez egy sovány 1-0 mezőkövesd ellen, amúgy szarok vagyunk, tehát teljesen ezt gondoltam. De hát, most megtört ez a teória. Na mindegy, hát igazából nem nagyon történt semmi a hátralévő 80 percben. Tényleg a kövesd meddőn gurigázott, nem nagyon volt semmi ötletesség a támadásaikban. Hiába tudjuk azt, hogy azért Kuttornak a nagyon felívelős szakaszában, amikor jöttek sorra az X-ek meg a győzelmek, akkor azért főleg azt tudták kihasználni, hogy Dražić milyen jól birkózik a földön. Ennek ellenére folyton jöttek a teljesen észszerűtlen, pontatlan beívelgetések, kintről 25-30 méterről már felívelték rögtön a vasasvédőkre. Semmi ötlet nem volt ebben a kövesben. Aztán ott picit igazságtalan, de picit mégis igazságos lett volna, mert két borzalmas csapat csapott össze, de ott a 86.-87. percben volt egy Kányicki fejes, ami nem sokkal talált kapu mellé, de talán tényleg az volt a kövesnek az egyetlen olyan mozzanata, ahol góra esélyes szituációba keveredett, illetve utána volt még egy Hollander szituáció, ami hát állítólag meccslabda volt, de ott nagyon szépen zárta a szöget Pisitelli, én azt nem barnám annyira a szerb-magyar támadónak. Szerintem semmi erő nem volt a lövésben, vagy nem sok. Tehát ugye vége 1-0 lett, és amit még így kiemelnék, hogy hát ugye mérkőzésen igazából a Vasas hazai oldalán volt kint egyetlen egy darab drapéria, és semmi szurkolás nem volt, se dob, se ének, se semmi. Eközben meg kövesdiek vasárnap este 6-kor tényleg egy ilyen kis 15-20 fős maggal végig 90 percet végig szurkolták, doboltak, megafon, változatos dalok, zászlócskák, minden, hogy kicsit így, mintha feléledne a szurkolói élet a Matyóföldön annyi év után. Ugye emlékezetesen annak idején még volt ebből botrány, és a főleg MB2-es kézilabdára járó Magico Ultras akkor meg is tagadta azt, hogy mezőköves meccsekre járjon, amikor az ügyvezető igazgatójuk megtiltotta azt, hogy kapu mögött szurkoljanak. Most ugye ez az időszak már elmúlt, Kecskemét ellen már kapu mögött is lehettek, meg most tényleg kialakult egy ilyen kis fiatalabb bázis, ami azt gondolva, hogy nagyon pozitív, hogy végre már ott is van valami hangulat. Nem megbántva a mezőkövesdi szurkolókat, mert hogy tényleg mindenkire szükség van, és nagyon jó, ha bárki jön meccsre, és idegenbe utazik, stb. De nekem általában olyan érzésem van a mezőkövesd ultrákat, meg idegenbeli szurkolókat látva, két rendezvény van a szemem előtt, hogy búcsúba mennek a nyugdíjas klub tagjai. És évek óta ezt látom. Nem, most már egyáltalán nem. Tehát egy ilyen tök fiatal, 30 körüli srác volt a vezénylő, egyen kabát Matyóföld feliratta a sárga kiköltözve. Engem is meglep ez az egész, mert nem ehhez voltam hozzászokva, de most egy tök jó, pozitív, felpörgött, fiatalosabb, ilyen kis, tényleg kis, de nagyon jó mag. Egyébként És jött viszont megoldás. Annyit akartam, annyit akartam, csak közben le voltam itt némítve, de a műsorban hallottak engem, hogy mondom, szerdán nem, viszont nem volt semmi szurkolás a kövesdiektől. Mondjuk szerda, de hát na de hogy miért nem volt szurkolás a Vasasnál, az pedig Hámori Szabolcs fejtette meg nekünk, aki ugye Vasas szurkoló, mert hogy, és a Novotny gól örömére is hoz egy harmadik megoldást, miszerint Novotny a szurkolóknak üzent, mert tüntetőleg nem szurkoltak a meccsen a Vasas szurkolók, és mindez azért volt, hogy miért nem szurkoltak a Vasas szurkolók, amit ugye te is mondtál, Tomi, hogy nem volt kint csak egy drap, stb., mert hogy Kispesten ugye a 2-0-ás vereségen, amit most ott hívhatunk igazából kiesési rangadónak, ott nem mentek ki a meccs végén a játékosok a csapathoz, gondolom ők hívták őket, hogy menjenek ki, mondom, a Vasas játékosainak ez most nem ízlett volna annyira, ezért nem mentek ki, úgyhogy így már azért
okokozat összefüggésben így érthető, hogy kinek szólt Novotny, miért szegény hallatszottak jobban a mezőkövesdiek, és hogy mi volt ez a sztori. Érdekes. Jó gyerekek, hát én büszke vagyok a zsúrira, hogy van már szurkolójuk, de azért azt ne felejtsük el, hogy Borsod piros-fehér, és az is marad örökre. Úgyhogy igen. Oké. Okay. Szóval szerintem zárhatjuk is ezt a részét a műsorunknak, és ráfordulhatunk az MP2-re, hogyha van bennetek még bármi, akkor most mondjátok el, vagy hallgassátok el örökre. Én Novotnyról akarnék megemlékezni, én Újpest csatárként. Én meghalt? Nem. De nálunk egyébként ugye eredményes szezonja volt, mikor kupát nyertünk. Olyan szinten túlértékelitek, tehát ezt a csávót, nem bántás. Nagyon. Tehát olyan pátosz van egy-két, tehát a tálónál is jó pár, ne, borzalmas. Igen, tehát azért meg Novotnynál is Újpesten, amikor azért bármennyire is kupagyőzelem, meg kupadöntő, meg akármi, de azért nem ment akkor sem annyira jól az Újpest szekere. Novotnynak első dolga volt explicit és implicit belerúgni a szurkolókat. Na, vágom, de hogy ott majdnem gólkirály lett nálunk az utolsó meccsen, egy gólon múlott. Tehát, hogy azért én megértek. Én meg majdnem megdugtam Pamela Anderson. Jó, én megértek. Én már akartam. Tudod, Sanyi, erre azt tudom mondani, hogy Takács Tamás is volt majdnem gólkirály annó. Ne. Minden esetre én... Forgatom a tört a szívetekben. Jó, gyerekek, sose lesz vége, hagyj mondja már el. Szóval, hogy én őt egy melós, alázatos csávónak tartottam, szembe egy Tisler Patriknak, akkor nagyon látszott, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi, és beleáll azt a szezont, sose fogom elfelejteni. Nekem ott az egyik kedvencem volt Novotny, én elfogadom mindenkinek a véleményét. Meg jó, Sanyi, de neked gyakorlatilag annyi kedvenced van, mint nekem Zoknin, bazd. De erről szól a futball, nem? El tudom képzelni, hogy Sanyi hát nekem azért olyan sok kedvenc pisztolyába. Hát nekem a klub is olyan, hogy van belőle kettő, aki nekem kedvenc, és ennyi. Játékosból sok. Ez is sok, már az is sok. Ennyi. Úgyhogy menjünk tovább. MB2. Az MB2-ben is rendeztek fordulót ezen a hétvégén, egész konkrétan a 17-et. Lássuk, hogy milyen eredmények születtek. A nyitó mérkőzést szokatlan időpontban vasárnap délelőtt 11 óra 30 perctől rendezték, ez ugye egy tévés mérkőzés volt. A forduló rangadója a második és a harmadik helyezett összecsapása MTK-PMFC 1-1-es döntetlen. A pécsieknek ez egy sláger eredmény az elmúlt hetekben. Ezzel a döntetlennel pedig továbbra is feljutó helyen, és továbbra is veretlenül a baranyai együttes, az MTK pedig nem tudott zárkózni az éllovasokhoz. Gyirmót FC, Kazincz Barcika 3-0, ez igazából papírforma eredmény, a Kazincz Barcika lejtmenete tehát tovább tart, a Gyirmót pedig igyekszik tapadni a feljutó helyekre. Moson-Magyaróvár haladás 1-0, ez is egy némileg meglepőnek mondható eredmény, bár a Moson-Magyaróvár már a hétközben is begyűjtött egy nagy skalpot az Eto'y legyőzésével. Budafok-Siófok 3-0, talán a vártnál simább hazai győzelem, a Budafok ezzel nagyon nagyot lépett előre a tabellán. Békés Csaba-Soroksár 3-1, a Lilafehérek számára szintén egy létfontosságú siker volt, amivel majd láthatjuk, hogy szintén nagy lépést tettek a bennmaradás biztosítása felé. Dorogi FC Tisza-Kécske 4-2, itt szintén az egyik kiesőjelölt csapatnak a győzelmét hozta ez az összecsapás. Sokkal szorosabb lett így a tabella, majd látni fogjuk. Szentlőrinc Ajka 2-3. Itt a Szentlőrinc esetében azért egy sokkal jobb szereplés volt az elmúlt hetekben, itt az elmúlt néhány mérkőzés már nem úgy sikerült, ahogy a szezon eleje. A forduló rangadója legalábbis szurkolói szempontból egész biztosan, hiszen keleti rangadóról beszélünk, DVTK Nyíregyháza 2-0. A Diógyőr ezzel továbbra is éllovas, a Nyíregyháza pedig továbbra is szenved. Kozár Misleny, Eto FC Győr 1-1, az Eto újabb ponthullajtás, újabb olyan mérkőzés, amin bánhatják, hogy nem tudták begyűjteni a 3 pontot, amire előzetesen komoly sanszuk lett volna, és az utolsó mérkőzés a Szeged Csákvár 1-0. Nézzük tehát akkor a tabellát, ahogy már említettem, a DVTK az élen 37 ponttal, 4 pontos előnnyel a második helyen álló és még mindig veretlen PMFC-vel szemben, akiket 2 pont lemaradással követ az MTK és a Szeged, de még lőtávolon belül 3 pontot tőlük a Gyirmót, alig hanem ez az 5 csapat lesz harcban majd a feljutó helyekért a szezon végén is.
A tabella alján osztályozós helyen jelenleg a Tisza Kécske, a Kazinc Barcika és a Békés Csaba, és a két kieső jelen pillanatban a Dorog, illetve a Kozár Misleny. Ugyebár az MB2-nek még nem lesz vége ezzel a hétvégével, hiszen még további fordulókat rendeznek az évben, egészen konkrétan még 3-at decemberig, úgyhogy még az MB2-es foci az marad a számunkra, ha már az MB1 nem. És még akkor nézzük meg a góllövő listát is. Az MB2-ben Németh Krisztián 13 találattal még mindig az éllovas, Novák Csanád 10 góllal a második helyen, Futács Márkó és Tóth Gábor Kristóf 9 gólosak, Zamosnyi Balázs 7 találat, illetve Halmai Ádám, Jasin Hamed és Kovács Mátyás a 6 találatosok. Úgyhogy ez volt az MB2 17. fordulója, most pedig megbeszéljük részletesebben is azokat a mérkőzéseket, ahonnan van most érintett szurkoló, tartsatok velünk továbbra is. Oké, tehát akkor MB2, Győr Kazincbarcika. Győr Kazincbarcika? Miről beszélsz? Ja, passz be! Bocs, Győr volt Kazincbarcika, megzavart, mert... Azért zavart meg, mert ha jól tudom... Ez már Kádár János után a második elszólása mai esetről. Gumi mindjárt nyakszérten szúrja magát egy tollal. Ő egyébként, igen. Ő volt ott, és összezavart. Értem Zolit. Tehát, hogy összezavart ez, de igen, Gyirmót Kazincz Barcika volt. Sima 3-0. De nem olyan jó, hogy Gyirmót, remélem, azt mondod majd, Domi. Akkor én ezt mondja Tamás, mit látott a tévébe? Hát a tévében nem is, de azért a YouTube-on ment. A YouTube-on. És hát igazából ez... Én nem voltál ott, ha már Domi apád kiment. Ja, milyen szurkoló vagy te? Ott el! Mit tennek volna a VIP-ban? Ezek a zsóri szurkókat tudod nyalni? Bezzeg, Domi utazott ezért, vagy 10 percet. És akkor majd figyelj, majd mit mesélek, majd figyelj, beszarsz. De miért vagy úgy elbújva? Ja, Domi, nem látjuk a arra ja, fele. Arra elment a kap. Várjál már, nem. Hol vagyok? Hol vagyok? Szóval, itt a mérkőzés, hát ez teljesen a szöges ellentétje volt. Nyilván az eredményt leszámítva a Szeged ellenének. Szeged ellen látszott a hajtás, az akarat, hogy van valami taktika, meg hogy azért, hogyha van egy jobb befejezők, akkor ott lett volna keresni valunk. Itt a Gyirmótán az első perctől azt láttam, hogy feltett kezekkel, csak legyünk túl rajta, a típusú mérkőzés volt. Hát az első 10 percben tudott volna 2 gólt rúgni nekünk a Gyirmót, és ez azért már megadta az alaphangot. Tehát ahogy ez lenni szokott, az ilyen teljesen feladott meccseknél nem csak úgy simán beszúrják a kegyelemdöfést, és akkor... Menjen mindenki a búzsba, hanem így megvan az a kis szaftos 10 perc, amikor így megpróbálják veled elhitetni, hogy neked itt van valami keresnivalód, és így a 15. és a 25. perc között volt egy ilyen időszakasz, hogy hát körülbelül akkor hagytuk el először a félpályát az ellenfél irányába, tehát azt azért meg kell mondani, de ott így egy picit úgy megpróbálták megérezni a fiaink a meccs ízét, ott volt egy ilyen egy-két beadás, ami nyilván veszélytelen volt, de legalább ott sertepeltéltünk a kapu előtt. Na mi van? Itt lehet is valami? Mégis Gyirmót ellen pont feltámadunk? Hát aztán nyilván jött Simon András, és ott igazából, amikor már volt az 1-0, már akkor éreztem, hogy ez itt eldőlt, de hát a srácok is így gondolták. 1-0 után nyilván jött a 2-0. Hát aztán utána, fél idő után rögtön kaptunk egy 11-est, és azt hiszem a csapatnak a jelenlegi állapotát hülyen tükrözi, hogy Lackó Milán gyakorlatilag hazaadta a kapusnak a labdát, tehát ilyen gyenge 11-es nagyon-nagyon régen láttam, pedig Milánnak nagyon kéne az, hogy az önbizalmát helyreállítsa valami végre így a hosszú sérülés után visszatérésében. Hát ez sajnos várat magára, de tök mindegy, igazából ha berúgta volna azt a 11-est, akkor is 2-1, és nem lettünk volna semmivel beljebb. Hát a vége 3-0 lett, az azért jó, mert a tippjátékban ezt tippeltem, és lesz 4 pontom, juhé, de hát nyilván csapat szinten ez nem érdemes erre szót pazarolni igazából. Hát én nekem a nagy félelmem, hogy itt most jön a válogatott meccs miatt egy hét szünet az MB2-ben, és nagyon nagy félelmem az, hogy Varga Attilától szerintem itt el fogunk búcsúzni, annak ellenére, hogy továbbra is tartom, hogy nem tudunk nála jobbat találni, ami földrajzi, illetve fizetési szintünkön,
és nem edző kérdés van Kazinsz Barcikán, hanem keret kérdés. Akkor adjátok nekünk. Parancsolsz? Akkor adjátok nekünk a Vargát. Hát, mondom, én legszívesebben megtartanám, és most akkor legyen az, hogy jó, van még három meccsünk, abból egy MTK elleni hazai, ki leszünk tömve, utána egy Szent Lőrinc idegenben, ott se számítok semmi jóra, Dorog pedig most támad fel, az is idegenben, ott se számítok semmire. Tudjuk le ezt a maradék három meccs nulla pontot, aztán télen kezdjük az egészet új alapokról, mert tehát hiába váltunk itt madamot, attól még a kurva lesz gond itt ebben az egész kupájában. Én nekem ez a sommás véleményem, de hát Domi, te hogy láttad az egész helyzetet? Mit kerestél ott, te bitang? Figyelj, ugye van nekünk ez az új formátumunk, ez a VIP nézős, ugye, amiben itt kimegyünk, filmezünk, megvágjuk, stb. Jó, de te miért mentél egy mély telepre? Na de, igen, hát egy mély telepre. És én úgy gondoltam, hogy én nekem ez nem a világom, én a non-fiction jobban szeretem, vagy nem, a fiction-t jobban szeretem, mint a non-fiction. Úgyhogy én ezt úgy oldom meg, nem tudom, ez van egy ilyen filmterv a fejemben. Én ugyanis kimentem a VIP-ba, megnéztem, és akkor ezt majd lehet, hogy ezt majd így egy ilyen szereplőkkel így leforgatom utána. Szóval ez úgy van, hogy... gyorsan egy kérdést engem, a két horvát közé beültél, mert az úgy olyan kompozíció lenne. Na most az úgy kezdődött, nem akarom a műsoridőt tolni, mert meg is megcsúsztunk rendesen. Tehát engem egyébként a vendégek vittek be, csak jelzem. Tehát úgy mentem a VIP-ig, hogy le volt adva a rendszám, a név, minden, mentem, és akkor ott volt egy sorompó, a VIP sorompó a kocsiknak, akkor ott nézték a rendszámot, beengedtek, majd a tulajdonos, ifjabb Horváth Ferenc odaballagott, és benyújtottak, kezet fogtunk, mondtam, hogy egyébként Eto, szevasz. Domonkos, nagy domonkos. Begurultam a parkolóba, volt még négy autó, aztán amikor elindultam volna már fölfele, akkor jött egy másik autó, amiben Hanik Péter. Hanik Péter volt, akit megvártam, egy kicsit beszélgettünk, tehát ő vele kezdte a meccsnézést egyébként. De egyébként ő megbocsátott már? Megbékéltünk. Én úgy értem. Nekem ez nagyon kellett egyébként. Nem tudom neki mennyire kellett, nekem nagyon kellett, mert ez egy ilyen nagy szívfájdalma volt, hogy ő megbántódott egy írásomon, ami, vagy egy, nem is az én írásom volt, hanem csak egy nyilatkozatomon. Most már úgy érzem, az idő begyógyította a sebeket. Tudtunk beszélgetni. Ugye a VIP-ból nem nagyon látszik a nézőtér, pontosan az alattad lévő nézőtér nem látszik, csak mert ugye ez gyakorlatilag a VIP itt a felső szint, tehát ez nem is zárt, meg semmi, egy ilyen folyosószerűség van, ahol egyébként vannak hűtők, meg volt kaja is, ugye hát mégis így vasárnap délután volt, hogy nem sokkal. Én egyébként nem akartam. Ez full nyitott. Ez full nyitott. Ez full nyitott, igen. A fejlett nyugati kultúra. Úgy nyitott, egyébként én nem akartam visszaélni ezzel a dolgot, én csak ilyen gesztenyépülét zabáltam. Az egyébként nem volt rossz. Nem kértél rá. A meccsről meg csak annyit szeretném. Megoldották galambszarral a tejszínom. Egyébként a galambszar, az nem tudom, az nem, mert ugye fedett, de a galambok azok ott laknak a fémtetőn, és valami elképesztő hangzavar van. Tehát nem tudom, hogy ott bebújnak, vagy a tetőn vannak és kaparásznak, de nagyon, nagyon izgalmas. Őket hívjuk fizetett szurkolónak. Igen, mert egyébként szurkoló nincs, tehát az volt egyébként, mindig amikor oda kimegyek, és mindig nyilván... De valaki veri így a fémdomot, teljesen ritmus tanult. Van az a három drukker, igen. Kapircolás ott a trapézlevezen, az mekkora lehet. Na mindegy, szóval nem igazán értem, hogy ennek miért, tehát, hogy, de általában nem csak itt van ez, de itt ennek, tehát, hogy ilyen kulisszákat minek csinálni 132 embernek, az egy nagy talány egyébként. De azt lehet tudni, hogy megcsinálták a hoteljüket, és ez marha jó, mert minden egyes ilyen, főleg ilyen távoli vendégcsapatok esetében már bevétel, mert ott alszik a vendég. Tehát ez egyébként egy nagy buli, hogyha belegondoltok. Meg ugye megcsinálta a stadionba is átinkta, ugye a fejlesztésekben az MLS elég rendesen beszállt, és ide rakja ezeket a utánpótlás tornákat is. Igen, Domi, még eljutottunk egy olyan szintre, mi nálunk a csapat nem csak ott aludt, még be is promóztuk. Hogy nagyon helyes. Éppen a Gyirmót XY szállodának. Nagyon, nagyon jó. Jövett, menet, állunk jókat, alha tehet. Fú. Jó, a meccs egyébként az nem volt egy túl nagy sztori. Én utána, amikor mentem hazafele, akkor azért ott láttam egy-két Kazinc-barcikai
tehát a klubhoz közelieket, és akkor ott hallgattam is, tehát most egy kis apátia van egyébként. Az elsődleges az, hogy most már nincs önbizalom. Tehát, hogy most egyébként ez nagyon tetszett, mert arról nem tudom, hogy az Oli mit tud erről, hogy most itt a hosszú szünetben nekem úgy tűnt, hogy már lesz egy Diósgyőr Kazincz-Barcika ilyen meccs, hogy az általában lehet, hogy le van kötve, de azon izétek filóztak, hogy nem biztos, hogy ez most a jó ötlet, hanem inkább játszanak a Báhort a Horvátival egy 20-0-át, és akkor ott legalább gólokat rúgnak, és akkor a srácoknak visszajön az önbizalma. Hát igen, ugye itt a belső info, ugye Bán Horváti nekünk a B csapatunk, tehát igazából az annyi lenne, hogy kiállunk a Barcika 2 ellen. Egyébként te is emlegetted, Tamás, hogy ugye, hogy most akkor, vagy nem tudom ki emlegetted, hogy helyén van a, most került a helyére a Barcika. Itt volt olyan, aki a azt mondta, hogy nem. Hogy nem a helyén van, mert a helyén most az utolsó helyen lenne. Tehát azért itt a... Én voltam. Azt tudom csak, hogy de most a 17. most a Barcika, ha jól tudom. 17. De egyébként itt egyesek szerint az is túlértékelt. Most ilyen állapotában a Barcika nem a helyén van, hanem följebb, mint a helyén. Nem, hát nézzük már meg azt, hogy a 2-es mezőn. Barcikán, tehát hogy mondjam, tehát azért nagyon szomorú ez, hogy és hát hogyha én lennék a klubnak a felső vezetésében, páros lábbal picsáznám ki az ilyen munkavállalókat, de mindig is híresek voltunk arról, hogy az ilyen nagyon belsős emberek, az ilyen nagyon mindentudó emberek, mindig megmondják, hogy jaj, gyerekek, itt semmire ne számítsatok. Ha az MB2-ben vagyunk, azt mondják, hogy jaj, utolsóként kiesünk. Ha az MB3-ban vagyunk, jaj, úgyse jutunk fel, nem jó ez semmire. Aztán általában az ilyen negativitás az bevonza saját magát. És ott dolgozik már, vagy 20 éve a klubnál. És minden túlél. Adjuk. Ja. Tehát, egyébként... az ilyenek azok, ezekre már nem szabad hallgatni. Tehát egyszerűen minden évben meghallgatjuk ezeket, hogy jaj, mi vagyunk a legszarabbak, jaj, ebből nem lesz semmi, jaj, abból nem lesz semmi. Mindig ezt hallom vissza a klubtól, és ez gyakorlatilag, ha nem is így van, akkor lesz belőle ilyen predesztináció, hogy gyakorlatilag annyit mondják, hogy elhiszik magukról, hogy semmire nem képesek. És ezek az emberek minden évben ott vannak a csapat körül, és engem ez baromira idegesít. Ja, de egyébként az is volt, hogy igazából voltak tehát nyilván ők is reálisan látták azt, hogy ez a meccs ez teljesen a... lehetetlen kategória volt, de ettől függetlenül megvoltak, úgymond az a pár lehetőség megvolt, mert az, amikor ott az első félidőben a srác kicsit talán túl elhamarkodottan próbált kapura ívelni, és ugye a fölé ment, meg hát a 11-es, tehát ennél nagyobb lehetőség nem kell. Most az más kérdés, hogy egyébként azt is mondták, hogy ők úgy érezték ezt, hogy amikor Trabanttal versenyeznek egy Suzuki Swift ellen, oh. És amikor mész, és akkor nagy nehezen a Trabi valahogy oda megy mellé, és akkor a Suzuki Swift egy kicsit megnyomja. Tehát, hogy ők ezt így fogták fel ezt a mérkőzést. Úgyhogy azért nekem ez tetszett, mert ugye egy írmótot úgy beáraszták ezzel a Suzuki Swift-tel. Úgyhogy... Hát, Attila ennél már ugye kendőzetlenebb volt, ő Dávidot és Góliátot emlegetett. Talán az egy picit kifejezőbb volt. Ez egy dologban azért biztos vagyok, hogy Domi többet nem megy a Gyirmóti VIP szektorban most, így annyi savat azért rájuk csöpögtet. Na, azért várjuk meg a következő barcikai látom. Nem, egyébként szerintem cukik ezek egyébként. Tehát én nekem nem is tudom egyébként, hogy ők mennyire tudják, hogy én ki vagyok. Már hogy így az Eto kapcsán. Azt tudják, hogy te nagyon ki vagy. Tehát, hogy... Nem, azért nem akartam megenni a kaját nagyon. Egyrészt, mert a feleségemet nem akartam megbántani azzal, hogy hazamegyek, és azt mondom, hogy kösz, nem kell ebéd, mert Gyirmóton halálra zabáltam magam. Másrészt meg, hogyha úgy alakul, akkor mondjam ezt, hogy jó, oké, én ott voltam, meg beszóltam, de egyébként a kajából se ettem. Úgyhogy érdekes volt. Meg egyébként így tök jó idő volt. Tehát azt mondtam, hogy november közepén vagyunk, és így teljesen jó időben ott üldögélt az ember. Tehát egy ilyen ilyen érdekes élmény volt. Ugye azt is jelentette, hogy utána még meccs után még ott elbeszélgettünk, eldumálgattunk, aminek következtében, és még nem akarok átkötni a saját meccsünkre, nyilván nem értem haza a saját meccsünk streamelésére se. De hát most pont úgy voltunk, hogy nem biztos, hogy most az annyira fáj. Jó, hát akkor én azt gondolom, hogy mehetünk is a következő mérkőzésre, ami a Kozár Michelin Győr mérkőzés volt, és ezzel kapcsolatban viszont szívesen meghallgatjuk Domi véleményét, hisz olyan rég hallottuk már. Jó, nem egyébként ezt aztán végképp nem szeretném. Tehát még erről most annyi szót sem ejtenék, mint a Gyirmóti meccsről, mert mondom, az előzmények ismeretében nem értem. Tehát a második fél időre értem haza, és akkor kezdtem el a streamet megnézni. És
azt a perverziómat, hogy utána visszanézem az első fél időt, amit ugye meg szoktam csinálni, hogyha nem látok meccset, azt most nem csináltam meg, és utána mondtam is, hogy nem is akar, tehát minek? Tehát teljesen fölösleges lett volna. Véleményem így is bőven van. Ugye az tudni kell, hogy az Óvár meccs után egy kicsit azért úgy mérges lettem, hogy ez így nem mehet tovább, és én nekem az az álláspontom, hogy én nem tudom, hogy egy esetleges edzőcsere segítene ezen a dolgon, vagy nem, ugye egyek is, akik jöttek, hogy most mi van egymás, az Óvár meccs, de két meccsen kikaptak egymás után, akkor most miért kell ezért már itt izélni? Nem, ez egy hosszabb folyamat szerintem, tehát attól függetlenül néha az eredmények eredmények, tehát a győzelmek mondjuk elfedik ezeket a problémákat. Én nekem meggyőződésem, hogy itt a fejétől bűzlik a hal, és az, amit az első pillanattól kezdve mondtam, hogy nem kéne itt azért egyből szobrot faragni itt az új tulajdonosnak, az most már így szerintem így nagyjából mindenkinek leesik. Úgyhogy bepróbálkoztam egy ilyennel, hogy a Óvár meccs után a beszámolom az arról szólt, hogy egy kvázi egy ilyen nyílt levélszerűséget próbáltam megfogalmazni a tulajdonosnak, akit egyébként úgy azonosítottam be, hogy Világi Réka, mert egyébként papíron ő, aki az egész mögött áll, egy kedves Réka, nem válaszolt még. Azt tudom, hogy volt olyan kedves ember, aki elküldte neki által direkt ezt a szöveget. De hát ezek ugye úgy olyanok, mint a politikusok, tehát hogy még hogyha valami tényezőnek gondolnak, akkor is az a legegyszerűbb, hogyha mint a nem is lenne az ember. A meccs ugye egy-egy lett, ugye a Kozár Mislen az most már utolsó, ha jól tudom. Tehát a fordulóját nem volt utolsó, csak a mögötte levő nyert, úgyhogy, mert ugye elég sokan nyeregettek. Igen, Dorog volt az utolsó. Igen, tehát ott nyeregettek, és egy ilyen jó kis iparos jellegű. Volt, aki azt mondta, hogy ez egy, nem is egy normális futballcsapat, hanem ez egy ilyen jó baráti társaság. Azért szerintem ez egy erős túlzás. Meg ezzel mondjuk a mi pont vesztésünket, vagy pont nyerésünket is ugye a helyére tette. Aki látta a teljes mérkőzést, az megint azt mondta, hogy volt egy ilyen első 60-70 perces pöcsölés, amiben volt egy bekapott gól. Egyébként azt tanítani való, hogy a 45. percben a mi támadásunk elakad, és ebből olyan szinten lekontráznak minket. Mondtam is, hogy ha mi, amikor a buli focin egy elveszett labda után így zárunk vissza, akkor mi komolyan elszégyeljük magunkat, pedig elmúltunk 50-ek, meg ugye átlagban mindenki van 20 kilós súlyfelesleg. Nem beszélve arról, hogy mondjuk az egyetlen nem súlyfelesleggel rendelkező Böjte Attila megleüvölti a fejünket. Na most itt ez szánalmas volt, és akkor itt a 70x. percben volt az egyenlítés, és akkor ugye elkezdtünk megint nagyon nyomni, de hát nem jött össze. Ugye már úgy készült a csapat is, hogy ez a Mislenyi pálya ugye az a egyik ilyen izé, hogy ez ilyen szűk. Tehát ugye itt nem lehet, nem tud, de azt mondja, az volt, hogy nem tudjuk játszani ezt a nagyszerű játékunkat, amit tudunk, mert nincs elég hely. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, nekem voltak olyan infóim, hogy azért itt bizonyos értelemben már tulajdonosnak is vannak azért problémái azzal, amit lát, úgyhogy itt elterjedtek hírek, hogy már ultimátum volt, ami arról szólt, ha nem nyerünk, akkor szevasztavasz. Hát most ugye eltelt már egy 20, mit tudom én, 7-8 óra azóta, hogy ennek a meccsnek vége. Én nem tudok róla, hogy itt azóta váltás lett volna, nyilván most azért van egy szünet, nem kell kapkodni. De egyébként meggyőződésem, hogy nem biztos, hogy ez a probléma, bár már az utóbbi időben azért nekem is az a véleményem, hogy azért bizonyos értelemben a Király Mesztelen és a Tímár mágia se olyan, amit vártunk, vagy gondoltunk. Én is azért a szezon elején egy ilyen elég nagy kreditet adtam neki, hát abban azért rendesen leamortizálta magát, mert számos alkalommal azt látni, hogy görcsösen ragaszkodik egy rendszerhez, és ha emberek ebből kihullanak, akkor nem próbálja átalakítani a rendszert olyan rá, hogy a megmaradó emberekre fazonírozza, hanem inkább azokat az embereket, akik most beszállnak, azokat bepaszírozza be a rendszerbe. Úgyhogy most két hétig a Diósgyőrre készülhetünk, úgyhogy ez most tényleg nagy, nagy adomány még, hogy még a Diósgyőrre is meg kell küzdenünk, meg még ugye még el kell menni Nyíregyházára, hogyha lejátszák az első fordulót, mert pedig úgy a hír, hogy elméletileg egy fordulót lejátszanak, meg még Csákvárra is el kell menni, amit most döbbenten néztem, hogy ez Csákvárra nem igaz semmi csapat, az is előttünk van, és azért elég elől van, úgyhogy nem lesz egy díszmenet, vagy éppenséggel most megint az jön ez a rapszodikus csapat kapcsán, hogy fordul a szerencse, és akkor majd a
most a három elméletileg bőven mögénk rangsorolt csapattal szemben ugye egy pontot sikerült összekaparni, most jön három olyan csapat, ami mondjuk vagy jobb, vagy most éppen előttünk van, vagy mit tudom, jobb formában van, úgyhogy most már itt kell kicsit kapaszkodni. Vegyesek az érzéseim, de hát jön a VB, úgyhogy majd elhomályosít mindent. És ilyenkor nem vagy ilyen szar minden hangulatban, Domi? Nem tudom, hát úgy, hogy minden szar azért nem, mert... De mi jó? Hát mondjuk az élete. De egyébként most tényleg, tehát az, hogy az Eto'o kapcsán minden szar, az most elég sokszor előfordul. Tehát most megint elkezdtem, ugye nem akarok Zoliba kést vágni, de most olyan jó volt, így mindig szoktam nézni ugye vissza, ha már éppen a jelen az olyan, amilyen, a jövő meg bizonytalan, akkor nézzünk hátrafele, és örömmel láttam, hogy ha, pont a mai napon volt az első nyertes kupa döntőnk 65-be, Eto'o Diósgyőr 4-0, hát az volt az első kupa győzelme az Eto'nak, egyébként a Diósgyőr akkor éppen másodosztályban volt, tehát azért ez egy dicső volt szerintem a Diósgyőri csapatnak is, hogy ott volt, úgyhogy ilyenbe kapaszkodik az ember, de a jelent azt nem látom, de igazából nem tudom, inkább az, amit már lehet, hogy mondtam nektek egy pár adásban, hogy sokkal inkább ijesztő az, hogy a nihil, tehát nem a minden szar meg ilyen negatív, hanem inkább a semmit érzem, ami szerintem sokkal rosszabb. Hát, ja. És a rossz, hogy nincs ráhatásod. Ja. Ugye nem tudsz oda menni és megrázni a megfelelő embereket, és azt mondani nekik, hogy te ébredj már. Ja, egyébként annyit tennék hozzá, ez mondjuk nagyon durva már, hogy azért foglalkoztat a kérdést, tehát nem az van, hogy leszakom az egészet, mert ez nem igaz, hogy képzeljétek el, hogy ma éjszaka azt álmodtam, hogy csörög a telefonom, valaki felveszi, lehet, hogy a feleségem, és akkor így mondja, hogy figyelj, valami Réka hív, ugye, és akkor ilyen csatakosan ébredtem, hogy bazd meg, világ, Réka hív, biztos, és valahogy olyan volt, hogy most izé elolvasta, és akkor most ki van, és most rám küldi a Dunaszerdahelyi izét. Végre engem is kitiltanak, mint az amíg életén. Ja. És akkor majd a gyereknek, letiltják a bérletemet, és akkor már súlymosi nagy Léna született 2011-es bérletet megpróbálok így belógni. De nyilván akkor okosak, akkor letiltják mind a hármat, ami az körülöttem levő összes bérletet letiltják. Nem, szerintem ezzel nem foglalkoznak így, vagy nem tudom, tehát vagy elintézik máshogy. Bebetonoznak. Az új izébe tudod, akarnak egy ilyen skyboxot, majd abba bebetonoznak, és akkor az ott fog. Akkor legalább benne leszek a stadionban egy életemre. Hosszabb, mint zöld skybox, ez lesz majd. Zöldebb, mint hosszú. Hát jó, hát... Betonabb, mint zöld. A beharangozót. Mindjárt megnézzük a szavazás eredményét, hogy a nézőink jó, hogy látják. Lassak. Hát úgy látják, hogy a tulaj bizalma töretlen. Az 56%-a a szavazóknak, úgyhogy... Én is ezt gondolom egyébként, és hát meg fogjuk ezt látni, hogy... A Diósgyőr ellen, hogy fog kiállni majd a Győr, azért voltak jó kis csaták ebbe a párosításba az elmúlt évtizedekbe. Azért hát, nagy szerencséje Tímár Krisztiánnak, hogy neki még nem olyan korú a fia, hogy eladja őt a tulajt, akkor már írhatná a felmondó levelét. Vagy megírnák helyette. Hát igen, itt is egyébként pont az jó, amit mondasz, és ebben most nyilván nem fog belemenni, de most ugye a Hanikkal beszélgettem, és előkerült ez a bizonyos, amire te utalgatsz. Azért ott sem nyilván fekete és fehér a sztori. Tehát itt azért elég érdekes a... Most nem kezdtem el sajnálni Klauszt, hogy most így méltatlanul elküldték, de... Mégis, mint nekem is vannak gyerekeim, tehát ilyen szempontból valószínűleg másként is nézem ezt a történetet. Tehát nem volt az, valószínűleg nem volt annyira inkorrektebb az eljárásban, mint amit egyébként a klub kommunikált meg, amit így láthatatlanban az ember elképzelt, hogy ez így történt. Soha nem fekete és fehér, de ugorjunk a nem zöld. Ja. Annyira várom, hogy a Diósgyőr győzelmét itt megbeszéljük, úgyhogy hagyd szóljam. A következő mérkőzésre, ami a magyar futballtörténelem egyik koronaékszere, ez az összecsapás, ezt méltán mondhatom, és ez tegnap meg is mutatkozott szerintem a Diósgyőr stadionba.
hiszen 7400 néző váltott jegyet azért erre az NB2-es összecsapásra, ahol is a Diós Győr fogadta a Nyíregyházát. Fájdalmasan sima 2-0 lett ez, de ezt majd Ádám elmondja, hogy neki is fájdalmas volt, vagy nem. És meg is adjuk neki a lehetőséget erre. Derbidi konvergencia. De viccet félretéve, lesz majd számos vicces elem a találkozón, de visszatérve Sándor Mihály tanár úr tanításaira, nincs, egyetlen egy derbi van. Az én meglátásom szerint, az pedig értelemszerűen a Ferencváros Újpest. Ennek ellenére a mi saját hivatalos honlapunk így apostrofálta, vagy így harangozta be a találkozót, hogy jön az 59. derbi. Nem. Ez nem derbi, ez keleti rangadó. Az egyetlen és az igazi keleti rangadó. Én ezt leginkább onnan azért vezetem vissza, mert a Debrecen és a Diósgyőr között azért van némi baráti viszony, amit én mindig pislogva figyelek, de meghagyjuk ezt nekik, ezt a fajta kis langyulást és összebújást, oh, milyen kis cukik. Úgyhogy hát nagy szükség volt arra a 63 debreceni suhancra itt hétvégén, de lényeg a lényeg, hogy keleti rangadó az nekem ezért leginkább az, mert hát a Diósgyőrrel egyetemben inkább több szart éltünk meg közösen lent a mélyben, mint a Debrecen, és leginkább ezért is érezzük át ennek a súlyát. Ugyebár 59. alkalommal... Ezzel most azt akarod mondani, hogy Zolit jobban utálod, mint engem? Ne sérteges! Hát nem a személyeteket, csak az általatok képviselt klubot, természetesen titeket imádlak. Ja nem. De... Rosszul fogalmaztam. A csapatainkra gondoltam. Hát igen, tehát nálam a Diósgyőr idézőben így szomorú, a dobogó szomorú legfelső fokán, de még tehetsz érte, Balázs, főleg ha jövőre jöttünk is. Helyet cseréltek. Nem, Isten ments, de... nem. Inkább titeket várunk szeretettel. Hát kívánnám, hogy ez adasson meg rövid időn belül, de per pillanat rohadt kicsi az esélyre. De hogy kicsit a találkozóról beszéljek, és itt Zoli, így akkor én nagyon büszke vagyok az én szurkolóimra, mert a csapatra már kevésbé tudok, akkor ezzel kezdenék maga a koreóval. Ez nekem nagyon melengedte szülmet, és tényleg hálás vagyok, hogy az egyik ilyen ezzel kapcsolatos Facebook oldal összevágta ezt a négy drapit, amit ezt a közel 150-200 nyíregyháza szurkoló így kidobott a meccsen. De én csak itt Zolit félve kérdezem meg, hogy nálatok így az utóbbi időszakban így nagyon ilyen véget ér, halál, ilyen, mint a kis durcás gót fiúknak a üzengetése, hogy most valami véget ér, itt bizony most valami nagyon csúnyaság fog történni. Tényleg ennek ellenére rém kreatív volt maga a kaszás, csak így mindig ez a borsod nektek túl kemény, itt az út véget ér. Nekem hiányzik ez a fajta kicsit ilyen csibészes, amit tényleg a saját szurkolóim testesítettek meg ezen a találkozón, annak ellenére, hogy az arányok ilyen szempontból abszolút eltolódtak értelemszerűen hazai irányban, bár ilyenkor azért felteszem szemtelenül a kérdést, hol van ez a sok Diósgyőr szurkoló másik mérkőzéseken. Mindegy, mi viszont ettől függetlenül közel ezzel a létszámmal látogatunk idegenben, úgyhogy mi ezt tudjuk tartani fixen, de ez persze csak egy költői kérdés, majd erre talán válaszol, Zoli. Ugye nekem ez az üzenget, a koreó az tényleg az elismerésem, de nekem ezek a csibészségek, ezek a kis zrikák jobban hiányoznak, mint ezek a vérkomoly, halál, pusztítás, stb. De ennek ellenére nagyon komoly koreográfiával léptek fel a hazaiak, de nekem értelemszerűen az elfogultságom az kétségtelen, úgyhogy köztük az egyik személyes kedvencem, ez a varjúhúsból büdös a hurka. Ez azt gondolom, ez megint... Hát azt megbeszéltük adáson kívül így hárman, hogy még ez nekünk is elismerésünk, mert tényleg így egy kiírással két táborba ilyen kreatívan belerúgni az ötletes dolog. És ez hát az a mém jutott eszembe róla, amikor a fekete srácok így rohannak a kamera előtt, tehát ez így kb. Ez a de a varjú az mire utal? Mert a büdös hurkát értem. Hát borsodi vagy a cigantyúk, hát a cigantyúk. Most mondhatnánk, hogy sűn, de az sajnos nem elég egyértelműen sűnpörkölt, de egy pár ilyen klasszikust idézve a múltból csak így bedobnék, hogy Nyíregyi drapi, mi az? Kék belül, fekete kívül, Miskolci volánbusz, csak így megjegyezném. Illetve... Itt ez nagyon óriási nagy hiba, mert Miskolcon sosem volt volánbusz, de ez egy ilyen falusi beidegződés, hogy a városi busz is volánbusz, de
De ne ragadjunk. De hogy egy kicsit erősebbet is azért így felhozzak, nem csak a mennyiség, a minőség is számít, cigányoktól bűzlik a szektoratok. Ez még szintén egy ilyen klasszikus a régi időszakból, de szerintem Zolinak is számos ilyen van. Nekem igen, nekem hiányoznak ezek a fajta csibészes odaszúrogatások, talán egy picit PC lettünk ilyen szempontból is, kicsit indokolatlanul, úgyhogy annak örülök, hogy a körítés az mindenképpen méltó volt egy keleti rangadóhoz. Tény is való, hogy hangerőben a Diós György felülmúlt minket sokszor, de maximális, sőt, minden elismerésem a saját csapatom szurkolói, akik elkísérték a sparit, és sokszor tényleg tök jó volt hallani a közvetítés során, hogy leszurkolták, nem is leszurkolták, de lehetett hallani az ő hangjukat, baromi jó volt, végig változatos rigmusokkal, nem úgy, mint sok tábor, hogy egy ugyanazon dalt toltak végig, hanem jöttek a klasszikus dalok mindkét oldalról, és hát bizonyára a jegyzőkönyvbe vastagon fogott a toll, úgyhogy a 2 milliók azok repkedtek ezen a találkozón, meg fognak is. Jó volt ez, a maga a mérkőzés hangulata az baromi jó volt, és hát azért jegyezzük meg, hogy Kenterbe verte a látogatottság az egész NB1-et, ez a 7400 szurkoló, ez egy mérkőzésen se jött össze az NB1-ben, úgyhogy azért még mégiscsak van erre igény meg kereslet keleten. A játék meg a mérkőzés színvonala már azt gondolom, hogy ennyire nem tudott felnőni sajnos ehhez a körítéshez, és ez részben mi működtünk közre, részben egy óvatos hazai csapat, aki kihasználta a védelmi megingásainkat teljes joggal, lehet így fogalmazni, igen, azt aláírom Zoli, és elismerésem, hogy tényleg ez bántóan sima volt. Nem mondom, hogy lehetett volna több, de egy ilyen 2 gólos különbség megvolt a két csapat között, talán egy 3-1 lehetett volna még, ha a Coman kapufát nézzük, vagy a Pantovics kapufát nézzük, de 2 gólos különbség megvolt a két gárda között. Nem mentség, de ugyebár Novák Csanád az első, vagy a bemelegítés során megsérült, nem tudott kezdeni, úgyhogy igazából a helyére pályára lépő Kovács Ádám gyakorlatilag nyomozta végig a játékszert, tehát amit már korábban hetek óta elmondtam, hogy nincs csapatszintű letámadás, tehát fingunk nincs, hogyan szerezzünk labdát, ez némiképp meg is pecsételte a sorsunkat, és ahogy említettem, voltak egyéni hibák, az első gólt azt Pataki Bence eladott labdájából fakadt, a saját nevelésű játékosunk, aki egyébként 10-est játszik, de inkább labdaszerzésben jeleskedik, úgyhogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő miért csatár mögött játszik, ő igazából tényleg egy 8-as vagy egy box-to-boxot tudna játszani, azt gondolom, hogy teljes haszonnal. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az ő korában, meg amilyen hangulat volt, ez talán elnézhető. Vele szemben viszont a második gólnál Fejér Béla megint újfent vastagon benne volt, és bevédte azt a nem túl acélos Bényei lövést. Az első gól egyébként szép volt, tehát a maga az eladott labdát leszámítva az egy szép akció volt. Bertus ugyebár azért nem igazán jeleskedik mostanában jó formáról, vagy jó formával kapcsolatban, de ez egy szép gólpassz volt, Gera pedig szerintem most joggal került be a kezdőbe. Lehet, hogyha Jurek kezd azon a szélen, akkor nem biztos, hogy ilyen rutinnal fejezi be. Úgyhogy okosan játszott a Diós Győr, játszottak a mi hibáinkra, de hát egy ilyen rangadón, meg egy feljutásért küzdő csapat esetében ezt kell játszani. Maga a találkozó egyébként nem volt túl magas színvonalú, 2-0 után, pláne félidei eredmény kapcsán a Diós Győr azt gondolom, hogy megnyugodott. Második félidőben picit vissza is vettek, ott talán az elején volt is egy védelmi megingás a hazaiak részéről, ott megint csak a fiatal Pataki került helyzetbe, de nem használta ki a védelmi hibát, hanem az oldalhálóba lőtt, ott lehetett volna egy pici izgalom, de egyébként maga a csapatunk, hát nem mondom, hogy összeszarta magát a nagy nézőszám ellenére, elég jól állt a sarat, viszont nem volt kreatív egyáltalán a csapatunk, nem igazán tudtuk ezt a mérkőzést taktikailag megfordítani, annak viszont tényleg nagyon örülök, hogy szurkolásba felvettük a versenyt, sokszor azért lehetett hallani a nyíregyházi szurkolók hangját, legalábbis az online közvetítésben mindenképp. Külön örülök a Drapiknak, úgyhogy szerintem az egyértelműen ott én X-re hozom, de értelemszerűen én elfogult vagyok, viszont nagy-nagy respekt és tisztelet azoknak a szurkolóknak, akik elutaztak. Sajnos nekem ez némi jött össze, mert körülbelül egy hétig kurálódtam ki ebből a szerb túrából, amit múlt héten megejtettünk, valami olyan brutál vírus szedtem össze, hogy hát a fenekemen pisiltem egy hétig, és akkor még szerintem nagyon finoman fogalmaztam,
úgyhogy nem kellett volna az a csípős tejfő. Igen, úgyhogy a csevap csicsát én szeretem, de itt valami nem jött össze, úgyhogy de lehet, hogy ez kifogásnak hangzik, de ennek ellenére azt gondoltam, hogy talán nem túl bölcs elindulni egy ilyen túrára, bár nagyon vágytam volna, hiszen azért már közel sincsenek meg azok a fajta régi feelingek, hogy azért betámadnak, lehet, hogy előfordult volna. Egyébként akár parkolóban, akár útközben, benzinkúton, autópályán, bárhol, ez még a manapság azért szerintem keleten előfordulhat, de kicsit sajnálom, hogy nem sikerült, nem tudom, mikor lesz lehetőség ezt bepótolni, bár tudom, hogy Zoli mindig örömmel lát Miskolcon, de azért mégiscsak egy Diósgyőr-Nyíregyháza találkozó kapcsán lenne az igazi ez a találkozás, úgyhogy szurkolók előtt emelem kalapomat, játékban továbbra se látok előrelépést, taktikailag nem nőttünk fel ez a találkozóhoz, nem is lett csak hangulatában ez egy igazi rangadó, úgyhogy továbbra is cél a bennmaradás, aztán zárjuk minél hamarabb ezt az őszi szezont, úgyhogy köszönöm, adom a szót Zoli. Igen, szóval nagy várakozás volt a meccs előtt, mindenki nagyon várta már, egy héttel előtte kikerültek a drapik mindenféle felüljárókra, és sokan lássák, hogy mindenki a stadionba. Nálunk is arról szólt a beharangozó, hogy mindenki hozza el azokat, akik régen voltak meccsre, és ami nagyon jó érzés az, hogy ugye nyilván ez benned is körülbelül úgy csapódott le, hogy azért ennek az összecsapásnak még mindig megvan ez a varázsa, hogy 7000 ember kimegy a stadionba, hogy még mindig meg tudja mozgatni az embereket, és hogy ez mennyire ellenfélfüggő. És hogy most nem akarom körbeszopni a Nyíregyházát, de hogy azért még mindig a Nyíregyháza több év vergődés után el tudja ezt érni Miskolcon, hogy több ezer ember csak azért megy ki a stadionba, hogy ezt az összecsapát lássa. És ez nálunk írta valaki kommentbe, hogy azért van még ott a tűz a parázs alatt, a hamu alatt. Van még parázs a hamu alatt. Tehát, hogy ez azért még mindig bizakodásra adhat okot, nálunk is, meg nálatok is, mert szerintem ti is szép számba eljöttetek. Tehát nyilván MB2-ben nincs megszokva az, hogy nagyon nagy táborok jönnek hozzánk, azért szerintem szép volt a létszám, és nyilván ebben a magyar fociban, az MB2-ben mindenkinek jár a tisztelet, aki elmegy idegenbe buzdítani a csapatát, tehát ezt nem lehet elvitatni senkitől. Jó volt a létszám, jó volt a hangerő tőletek, szerintem tényleg végignyomták a szurkolók, én is néztem, a gól után se roppantak meg, hanem ugyanúgy nyomták tovább. Szerintem ők is egy kicsit úgy jöttek el, hogy kicsi az esélye győzelemre, de ha sikerül, nyilván akkor nagyon örültek volna, de nem ez volt a fő cél, hanem az volt, hogy tényleg megéljék ezt a sokak által már megért és nagyon várt összecsapást, és tényleg én azt kaptam tőle, amit nagyon-nagyon vártam, ezt a kicsit visszahozta ezt a 90-es évekbeli vadvilágot, és valóban a drapitak, a varjúhúsból büdös hurkát, erre tényleg azt mondom, hogy egy mondattal két táborba belerúgni a sparádé, tehát az tényleg nagyon ütős volt szerintem, ez is nekem egy kicsit ilyen 90-es évek stílus volt, hogy ezek akkor mentek inkább ezek az ilyen frappánsabb beszólások a másik tábornak, persze voltak akkor is igazán alpáriak, de a lelátón fantasztikus volt, láttam, hogy gyűlt a tömeg, ugye napról napra láttuk az eladott jegyek számát, láttuk, hogy ez most tényleg egy jó kis nézőszámot fog majd eredményezni. Persze nyilván bennem is felmerült az, amikor ott tolongtam a forgókapunál, hogy a Kozár Miszlány ellen vajon miért csak 2000-en voltunk, és hó volt ez az 5000 ember, milyen jó lenne, hogyha ők is most kicsit így gyakrabban járnának majd meccsre. És hát megint ugye az van, hogy lehet itt mindent lehet csinálni, hogy legyen szurkoló a stadionban, de igazán focit kell csinálni. Hát kell egy jó ellenfél, egy olyan ellenfél, ami hozza a nézőket, meg kell egy jó játék, hogy esélyünk legyen a győzelem, és az is fog hozni nézőket, tehát hogy én nagyon remélem, hogy tudunk ebből valamilyen szinten hosszú távon is merítkezni, hogy akik most kijöttek, azok azt látták, hogy jó van, hát csak nyert ez a csapat, akkor menjünk ki legközelebb, és nyilván nem leszünk 7000-en majd a következő hazai meccsen, de nem lenne rossz, hogyha egy kicsit így itt ragadnának ezek a nézők. A lelátón, a kapu mögött nagyon-nagyon jó volt a hangulat, tehát hogy én szanaszét üvöltöttem magam, jó volt a kicsit a piróba megfürödni, jó volt egy kicsit levegőt nem kapni, tehát tényleg nagyon jó képek születtek úgy kívülről az oldallelátóról. Nyilván én nagyon nem tudtam ott fényképezni, meg videózni, mert úgyse látszott volna semmi, amit sikerült, azt kitettem ide-oda, Instára, TikTokra, de tényleg inkább megéltük ezt az egészet.
A meccs az szerintem is sima volt, ami nekem feltűnt, hogy nekem úgy tűnt, hogy nálatok egy elég sok ilyen túltáplált játékos van, tehát hogy nekem úgy tűnt, hogy vannak egy páran, akik leadhatnának pár kilót, talán az segítene a sebességükön, de ez nem az én dolgom, a Gresó volt még, aki elég agilisan játszott, néha kicsit talán durván is, de ő így megmaradt. Nekem a meccs közületek. És hát a játékunk meg az, hogy fejlődik-e vagy nem, most megint azt gondolom, hogy már az előző meccsen is, és most is láttam némi fejlődést. Tehát kezd visszatérni az a játékunk, ami jó volt. Persze ez a játék sem volt tökéletes, meg nem volt szép, meg jó, de célra vezető volt. Például a második gólunknál szerintem Eppel Zseni labdát adott ki a szélre, jött Csirmaz, betekerte, és ott az tényleg három mozdulatból meg volt játszva. Ott persze kellett a szerencse, hogy a kapus nem tudta azt kifogni. Azt hiszem, hogy Huszák meg is említette, hogy az foghatta volna a kapus, de hát mindig van ilyen, hogy kicsavarodik a kapus kezéből. A labda szerencsénk volt azzal a góllal, tényleg ott meg is nyugodtunk, szerintem ott egy kicsit így vissza is vett a csapat. Persze a kapufátoknál ott azért felsziszentem, mert ott azért, ha az beakad, akkor ott 2-1 lett volna, ott egyből nyílt lett volna megint a mérkőzés. És hát amit én hiányoltam tőletek, az, hogy 1-0-án nem kezdtetek ránk jönni. Tehát abszolút nem az volt, hogy most akkor jó van, kicsit ugye bíztam benne, hogy 1-0 csak kinyílik egy kicsit ez a Nyíregyháza, és akkor lesznek lehetőségek, de nem, elég masszívan maradtatok, és őriztétek ezt az 1-0-át, amit én abszolút nem értettem, vagyis hát nekem így tűnt, hogy őriztétek az 1-0-át. Mindegy, aztán utána mi is elkezdtünk cserélgetni, becseréltük Coman, csávó csak hátra passzolt. Volt egy kapufája, az tényleg azért lőtt el, mert már nem oda lepattant elé a labda, és mit csináljon vele, de hogy minden passza hátra. Vagy az is az élet kapufa, mert háttalált a kapunak is, azt hitte, hogy hátrafele kell. Lehet. Tehát hogy egyszerűen én nem értem az ő favorizálását, de mindegy, lényegtelen Jurek nem játszott egy percet se, de ő szerintem azok az információk jönnek így a klub részéről, oldaláról, hogy ez a betegség ez nem kerül el minket sem most is, hogy akik kimaradnak, azok, akik betegek, elkapták megint ezt a szar vírust, és akkor lehet, hogy Jurekkel is ez van, nem tudom. De nem, más magyarázat nincs arra, hogy kimaradt teljesen, tehát hogy még be se cserélték. Szóval Eppel lesz Szalai Ádám Diózsér, hát azért azt nem hiszem, azért ahhoz még sok mindent kellene tenni Eppelnek, hogy ő ilyen legyen Diózsérben, ez egy nézői kérdés volt. Készülhet a Diózsér a feljutását, mindenképpen készülhet, azért most elég meggyőző lett az előnyünk, és hát gyűjtögetni kell a pontokat tovább. Ugye azt köztudott, hogy Diósgyőrben a tavasz az mindig gyenge, és hát egyszer reménykedhetnénk abban, hogy egyszer nem, csak nem lesz gyenge. Tehát hogyha tudnánk egy jó tavaszt produkálni, akkor ez sima lenne, most is simának tűnik Várdát, most ugye majd Győrbe megyünk, ott se egyszerű azért nyerni, ott is ért már minket meglepetés nem egyszer, nem kétszer, most se gondolom azt, hogy nagyon simán és biztosra mehetnénk ott. Egyébként az MB2-ben nyilván nem mehetünk biztosra a senki ellen. Úgyhogy nem tudok sokkal többet, nagyon, nagyon éltem ezt a tegnapi napot, tehát hogy én visszakaptam sok mindent. Hát ha azt mondom, hogy a klubtól, akkor óva intenék mindenkit, hogy arra gondoljon, hogy itt klubvezetőkre gondolok, vagy bárkire is, hanem hogy magától a Diósgyőrtől, mint fogalomtól visszakaptam nagyon sok mindent az elmúlt évek megpróbáltatásai egy kicsit kilettek egyenlítve, de mondom ezt, hogy ez inkább a csapatnak tudható, az ellenfélnek, meg az egész milliónek, ami ezt a meccset körbevette. Ez most ebből így lehet egy kicsit így szurkoli szemmel táplálkozni, úgyhogy nem tudok sokkal többet elmondani, én nagyon bízok abba, hogy fel fogunk jutni, nagyon bízok abba, hogy tényleg most megint egy olyan pályára álltak. De egyébként legutóbb is az volt, hogy pályára álltunk, jól játszottunk, jött a válogatott szünet, visszaestünk. Most megint úgy van, hogy megint egy kicsit így jobbak vagyunk meccsről meccsre, talán visszatalálnánk a helyes útra. Megint jön egy szünet, hát remélem, hogy végre most jól fogunk kijönni ebből a szünetből, és tovább tudunk menetelni, mert van még potenciál szerintem ebbe a csapatba. Ha a hibákat egy kicsit lejjebb tudjuk redukálni, kicsit tempót tudunk rá kapcsolni, akkor szerintem
Akkor szerintem jók lehetünk. Loki szurkolók, joga, igen, ezt megemlítetted, hogy voltak ott nálunk 60 pár darab, volt is DVSC éltetés a lelátón, úgyhogy és most már hivatalos is az, hogy a két tábor az barátként tekint egymásra. Azért ez nyilván nem új keletű, ez azért évekkel ezelőtt is így volt, aztán volt egy kis törés ebben, aztán most újra visszaállt ez az úgymond rend. Nagyon romantikus. Kelet-Magyarország piros-fehér, foglaljuk ezt így össze, és hát ennyi, más nem. Az lenne a kérdésem, én néztem ezt a meccset az elejétől kezdve YouTube-on, de a második gólnál, meg amilyen szerencsétlen gólnak tűnt nekem az a kapus bevédés, én abban a pillanatban ott el is engedtem, én ezen a meccsen a vendégekkel szimpatizáltam, kíváncsi voltam, hogy tudnak-e valamit, tudnak-e meccset csinálni ebből a rangadóból, ezt vártam egyébként én is, hogy sajnos nem, de hogy én azt hittem a 2-0 után, miután megnéztem a meccs végén az eredményt, hogy lesz egy 4-1, 5-1, 4-0, 5-0 ilyesmi, ahogy ez indult, és nekem nagyon meglepő volt, hogy ez maradt ez a 2-0, mondom addig, hogy pont a gól után fogtam azonnal el, és akkor néztem inkább sorozatot. Szóval ott akkor tudatosan vett vissza a Diós Győr, feljött ennyire, hogy most így próbáltam kihámozni a választ erre a kérdésre az alapján, amiket elmondtatok, de hogy egy pár szóval ezt elmondjátok, hogy ennek mi volt az oka? Mert nem nagyon kaptam egyértelmű választ rá. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy látszott a Diós Győr számára tudatosult, hogy mi ettől többet nem fogunk tudni, vagy nem tudunk kiadni magunkból, érthető módon ők is visszavettek. Tehát, hogy ott már nekünk kellett volna kezdeményezni, még 2-0 után se nagyon jött össze. De hát mondom, ez leginkább az kell, hogy valamilyen szintű letámadás, mert a labda alig volt nálunk. Tehát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ha szereznénk valamilyen statisztikát erről a találkozóra, az minimum 70-30 volt a labda birtoklás a Diós Győrnél. Tehát ahhoz eleve labdát kell szerezni. Mi meg azt a saját 16-osunk előterébe szoktunk maximum, úgy onnan viszont rohadt nehéz kontrázni, valljuk be. Igen, szerintem is, meg mi is elkezdtük beállítgatni a fiatal játékosokat, szerintem az volt, hogy láttak Kuznyecok, hogy ez a Nyíregyháza most nem lesz többre képes, és ez most így elég lesz. De Sanyi, én megértem azt, hogy a Nyíregyházának szurkoltál, hiszen neked van ez a lila világot, az Újpest, ott állsz a lelátón, és nézed, és érzed, hogy mennyire jó ez, milyen jók vagyunk. Aztán meglátsz egy ilyen NB2-es meccset, és meglátod, hogy hát, még sokat kell fejlődni. Igen. A viszont, amit egyszer... Pedig jobb, ha ízlelgeted azért az NB2-es meccseket. De szóval mi már akkor nem leszünk ott, úgyhogy lehetően vagyok az NB2-ben. Ami tetszett még ezen a meccsen, abból a kis részből, ugye 20-valanyadik percben volt 2-0, tehát én nálam addig tartott a meccs, hogy, és visszaadta nekem, ez adta vissza a rangadók hangulatát, mikor látszik, hogy egy játékost úgy elkap a lelátói hangulat, meg a körítés, hogy így belemegy ezekbe a kisebb balhékba, emlékeztek biztos rá, hogy Zoli, te is utaltál, hogy Gresó azért oda-oda, tehát hogy neki volt egy olyannyi, amikor így odament a Diós Győri térfél közepén, az oldalvonalnál volt ez a napos oldali rész, résznél, és akkor ott ment egy szájkarate, lögdösül, és odajött, az is lökött, na mondom, a fiúk megérkeztek akkor itt a meccsbe. Én szeretem az ilyen jeleneteket, mert látszik, hogy ők... Megint Sanyi és a Gresó fét is, megint... Hát most pont az, hogy ez visszaüthet ám, egyébként az egy olyan jelenet volt, ami nem is kellett volna felháborodni a rajta. Tehát nem is értettem, hogy mi volt maga az, ami miatt ennyire felhúzta magát. Semmi, ez igazából a Gresó részét tudatos provokáció volt, tehát valamilyen szinten, ha már játékban nem tudunk a Diós Győr fölé kerekedni, akkor megpróbáljuk őket kizökkenteni, tehát provokálni, ennyit tudtunk csinálni egész meccsen sajnos, tehát és Gresónál ez kijött, ő ha úgymond nem tud valakit lefutni, lebirkózni, lecselezni, akkor ezt csinálja. Hát meg is van a fizikuma, hogy beleálljon egy ilyen lögdösődésbe, hogyha kell. Felesleges. Megvan a fizikuma hozzá, csak ott én is feleslegesnek éreztem. Még aránylag elején volt a meccsnek, simán benne volt az, hogy ugye kaptak is sárgát, tehát tök fölösleges magad emiatt kiállítatni. Tehát ez nem volt egy olyan szituáció, amiért reklamálni kellett volna. Tehát azt egy kicsit, ugye megvan az a hatása egy ilyen meccsnek, hogy felpörög a játékos, de inkább ez egy ilyen túlpörgés volt. Tehát az meg rossz. Uh-huh. Két kérdést olvasnék be nektek a chatről, Diós György szurkolókról jött, úgyhogy Zoli, téged célozlak vele. Hegedűs mellőzéséről mi a véleményed? Jobbak vagyunk nélküle, Szabó Bence.
kommentjei másikat is felolvasom, majd reagálj rá külön. Javorek Dávid pedig azt írt, hogy Komant azért hozta be, hogy stabilizálja a középpályát, mert mentálisan picit szétperegtünk a 60. percre, Danilovic át is adta a karszalagot neki. Hát ha ettől szétestek, akkor az NB1-ben nagyon komoly bajok lesznek. Hát én nem tudom, az első, tehát Komant én nem értem, továbbra sem, tehát lehet magyarázni, hogy stabilizálni akarták a középpályát. Én nem éreztem azt, hogy ott szétestünk volna, egyáltalán nem, mitől estünk volna szét, tehát nem történt semmi a meccsben. Semmi ellenállás nem tanúsított. Ja, igen. A Hegedűs mellőzésére az a véleményem, hogy Hegedűs nagyon szimpatikus játékos, tényleg, én nem tudok rá rosszat mondani, de nem tartom annyira jó és meghatározó játékosnak, hogy őt most minden áron követelnünk kellene a kezdőbe. Tehát, hogy ha ő játszana, akkor körülbelül ugyanezek lennénk, ugyanezt tudnánk lehozni, szerintem ugyanilyen szinten hoznánk le a meccseket, most más játszik. Tehát, hogy nem fog változtatni szerintem Kuznyecova a kezdőjén, ahogy nézem, azért annyira nem is jellemző ez rá, tehát nincs oka változtatni. Tehát Hegedűs nem annyival jó. Akkor szerinted nem igaz a hír, mert olyat is olvastam, hogy Hegedűs télen el akarjátok adni, mert nem jön ki Kuznyecova. Ezt nem tudom, még ez is lehet, de én nem gondolom, hogy nem jön ki. Tehát jó, persze, ugye egy ideje mellőzve van, ez nyilván rányomhatja a bélyegét az ő kapcsolatukra, de például a meccs után ünneplésnél Hegedűs jött ki a szurkók közé, és kérte el a mikrofont, és ott beszélt pár szót, meg minden a szurkótáborhoz. Tehát én tudom jól, hogy a tábor őt egy ilyen vezérnek tartja, és nincs is ezzel gond, mert ő fel is vette ezt a szerepet, meg alkalmas is lenne rá, de nem gondolom kiemelkedően jó játékosnak a posztján. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem is változtat Kuznyecov, mert nincs oka rá. Én még csak annyit tennék hozzá, aztán bocsánat, passzolom Tamásnak a szót, itt több helyen olvassuk, hogy a létszám, meg stb., meg nagyon kevesen. Hát azért szerintem persze nem mártírt csinálva magunkból, de aki kicsit is követi a nyíregyházi szurkoló életet, meg labdarúgást, azért olyan szopórollerre, amire mi felültünk az elmúlt 20 évben, szerintem még ennyien se járnának. Tehát nálunk nem csak az, hogy az igazi idézőles első vonalasok voltak a keleti frontosok, ők már szerintem így minimum 50-esek, hanem 60-asok, tehát ez nem mentség értelemszerűen, ők se gondoskodtak a saját utánpótlásról, sajnos valaki már nincs is az élők között, részben egyfajta életmódnak köszönhetően, bár tudjuk, hogy ez vele jár, valakik értelemszerűen nincsenek szabadlábon, tehát az egy másik történet, de nem akarok belemenni a részletekbe. Ennek ellenére emellett az eredménytelenség és a klubnak az a fajta barátságtalan hozzáállása a szurkolók részére, hogy évek óta van úgymond jelezve, hogy a jelenlegi biztonsági szolgálattal mi nem kívánunk úgymond közösködni, mert bűnözőkkel van tele, és emellett egyáltalán nem hajlandóak úgymond befogadni szurkolókat, hogy picit enyhítsék ezt a feszültséget. Ezek után szerintem az is kisebb csoda, hogy még ennyien egyáltalán követik a Nyíregyházát, úgyhogy hazaiba egyáltalán nem járnak a biztonsági szolgálat miatt. Vendégben meg mindig van egy legalább egy 50 fő, aki 30-50 fő, aki elkíséri a klubot. Azt gondolom, hogy arról nem is beszélve, hogy megéltünk NB3-at az elmúlt időszakban, számtalan kiesést, sőt, majdnem csődszélén voltunk, volt, amikor a szurkolók dobták össze a játékosoknak kajára, úgyhogy azért mondom, hogy mindezek tükrében, még egyszer mondom, nem mártírt csinálva magunkból, szerintem ez egy így is szép létszám, és respekt azoknak, akik finanszírozzák ezt a fajta nihilt meg középszerű szart, ami jelenleg nyíregyházi futball alatt működik. Legyen ez egy gyönyörű szív. Végszó. Én nekem meg hát. Még az lenne itt a megjegyzésem az egész mérkőzéshez, hogy és itt megint rátérve arra, hogy az M4 sport önálló tejhatalma az milyen torzulást hoz a magyar sport közvetítésre. Tamás, te nem élvezted a délelőtti MTK Pécset? Ott ebbe akarok belemenni, hogy itt azért ugye most én teljesen bármilyen irányba elfogultság nélkül mondhatom, hogy valószínűleg az egész hétvégének a Diósgyőr Nyíregyháza volt a legnagyobb úgymond futballcsemegéje itt a magyar bajnoki mérkőzések sorában a hétvégén. És ennek ellenére ugye a egy csatornás projekt, illetve az MB2 teljes mellőzése és vasárnapra tolása összehozta nekünk azt, hogy ugye visszajött a Jóebédhez Buzi Léderer a délelőtti MTK Pécssel, amit nagykegyesen hajlandóak voltak ugye leadni. A Diósgyőr Nyíregyháza pedig azok után, hogy tavaly ugye mind a két irányba a párharc hétköznapra került berakásra, hiába került most végre hétvégére, annak ellenére a tévében továbbra sem adták le,
Tehát, hogy én egyáltalán nem értem, hogy miért lett ez így képezve. Rossz irányból közelíted meg a dolgot, teljesen a jó szándék vezérelt az M4 Sportot, hiszen így sokkal többen mentek ki a meccs, hogy nem adta a tévé. Tudjuk. Igen, tudjuk, hogy ez a Maxim Csányi Sándor fejében létezik ez a Conteo, hogy akkor majd többen kimennek, de tudjuk, hogy Balázs ez csak... Öreg Váginak volt a projektje ez a... Ne legyen közvetítés, mert akkor majd kimennek meccsre. Viszont, hogy pozitívumot, bocsánat, csak ennyi a közvetítés kapcsán, ugyebár nálunk egy kamerával vesznek fel, viszont Diós Györbe respekt, tehát maximális elismerésem a közvetítését, több kameraszögből, lassítást visszajátszva, wow, tehát minden kitesznek úgymond a streamelésbe, amit csak lehet, úgyhogy mindent kárpótolt a YouTube, sőt, még nem kellett szar kommentátort, bár nem volt rossz a miskolci közvetítő úr. Nem, én csak ennyit, pontosan ezt akartam mondani, persze, de mindegy, varazsd le a babérokat, hogy egyrészt nem vagyunk már, mert fiatalok vagyunk, nem kell nekünk tévé, kinéz tévét, szerintem is teljesen ez a DVTK tévés közvetítés azért tényleg üdítő itt az MB2-esek közül, tehát mi is örülök, hogy a sajátunkon van eredmény, meg idő, meg nem tudom, meg egy olyan csávó a kettő közül. Itt nem adnék egy időért, úr is. Ja, tehát hogy aki ért is talán hozzá, de itt ezek az ismétlések, effektek, stb. Tehát szerintem nem van szarva az M4. Közben, és itt közben nem kell szünetbe gyűlölt egy perceket nézni, ez csak így mellékesen. És nem kell, Bozsik Peti bácsit, meg Simek Petit hallgatni, jaj, de jó. És ugyanitt jövőre streamelő felszerelés eladó. Oké, gyerekek, menjünk akkor a végére. De szerintem egyébként Sanyék átveszik a cuccokat tőletek. Igen, lehet amúgy szerintem. Mindegy, Sanyi, írt fel a telefonszámot, majd elküldöm a sajtóség. Tippelni fogunk. Úgyhogy Balázs, az te levezényled vagy? Két hét klublabdarúgás nélkül. Nem, hát ugye már idén megszokásunk volt, hogy nem az adások végén húzzuk az időt és tippelgetünk, hanem felvesszük adás után és feltöltjük a forduló előtt, de most ugye NB1 már nincs idén, viszont NB2 még igen, de az se jövő héten, hanem két hét múlva, és most arra négy meccsre gyorsan, itt még adásban tippelünk, ennek a pár percnek már nem szánunk külön videót, úgyhogy akkor... Aztán figyeljetek, már két válogatott meccsre nem tippelünk? Nem. Nem, menjünk. Arra tippeltünk, nem? Vagy az pont nem került bele a csütört, aki... Nem, csak annyit szavaztunk meg, hogy két győzelem, egy győzelem vagy nulla győzelem. Nem, ne tippeljünk, úgyse számít bele sehol. Mit érdekel, magyar válogatott? Így van, haladjunk. Kutyák búcsú meccs. 4-12 van. Jó. Oké, okay, Balázs. Én? Igen, megkértelek, hogy akkor a tippelést intézed. Ja, jó, hát akkor tippeljünk. Akkor Kazinc Barcika MTK. Hát Tamás, ne arra, hogy nem most fog jönni az első, vagy az a régvárt 3 pont, valami 10 mérkőzés óta nem nyertetek, ha jól emlékszek. Utána még talán lesz egy Szent Lőrinc dorog, ott már kicsit több reállítást látok erre. Ennek ellenére az optimizmusom mondhatja azt, hogy egy-egy. Én is azt mondom, én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy 0-3, de hogyha majd ne adj Isten közben... De mi volt Schindler... az optimista? Igen, nem az, hogy optimista, de ne adj Isten, Schindler Szabos lesz már az edzőtök, akkor lehet, hogy 1-1. 0-2. 1-4. 1-5. Én meg 6, vagy mi 1-6-ot akarok mondani. Komolytalanak vagy. Wow. Mondja. Na, akkor Soroksár Budafok a következő. Ja, Tamás, lehugyozták a sírodat elég rendesen. Hú, Lipcsei VS Mátyus. Hú, Sanyi, hát ez neked nagyon, nagyon jó kis párosítás. Már csak egy jó Dragóner sportigazgatóként hiányzik innen. Nem tudom, valamiért úgy érzem, hogy ki fog támadni a Sori, aztán majd Mátyus papáik majd szépen lekontrázzák őket. 1-3. Hát én meg azt mondom, hogy lesz ebből egy 2-2. Én meg azt mondom, hogy 2-1 Soroksár. Nézhetetlen meccsen 1-0.
Én azt mondom, hogy 1-1. Hát kérdés, hogy ügetőn vagy futballpályán játsszák ugye a meccset, de ha foci, akkor 1-1 döntetlen. Nyíregyháza Csákvár. Hát most elvileg a három szűk esztendő jön, vagy három szűk mérkőzés, abból még csak egy ment le, úgyhogy folytatódik. De én maradok optimista, 2-1-re nyerünk. Én csatlakozom hozzád, 2-1. Ez az Domi. 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 Jack Lane után Domi. Igen. Hemingway, Hemingway úr. Hemingway, buzi, Hemingway, buzi, buzi, Hemingway. Jaj, jaj, én vagyok, bocsánat. Jókat, jókat mosolyogsz a csöndben. Oké, okay, Fostos 1-0. 2-2. 1-0. És akkor az Eto Diós Győr, mint házi rangadó. Nem derbi, nem derbi, csak rangadó. Ti már gondolkoztatok azon, hogy a Diós Győr neve, ez a Győrnek mi köze, meg hogy ki adott itt kinek neve? Végülis akkor derbi, mert Győr. Győr, akkor... Derbi lel a Győr elég. Ott ilyen Győr nemzetség, nem? Kulturális antropológia. Itt is volt nekik valami bázis, meg ott. Itt is, meg ott is, pont az de aztán kicsit abban az a korban azért nem valószínű, hogy ilyen messze voltak a bázisok egymástól, de... Igen. Én nem etimológiával nem mértem el. Írjál erről, Sanyi, egy disszertációt. Erre én pedig valamelyik Diózsíró, a Győri szerkesztőtársunk felkészülhetne jövő étre ebből. Jó. És mert mondjuk egy kis Győrt. Szabolcsban meg van egy olyan település, hogy Györöcske, nem lehet véletlen. Ennek ellenére... Szabolcsban szeretnek rátonfolni az emberek, tehát Borsod. Igen, Diósgyőrt, ha kivesszük, hogy egy Győr, tehát megyünk keletfele, Győr, Kisgyőr, Győröcske. Tehát ez nem véletlen. A Szabolcsban szeretnek az emberek rátonfolni, tehát ugye itt Borsodban van Encs, Szabolcsban meg van Encs-Encs. Encs-Encs. Na, ennek ellenére a tippem az egy fantasztikus. Hú, 1-1. Nem, mindig optimista vagyok, és mindig győzelmet szoktam tippelni, de most nem, hát én is azt mondom, hogy 1-1-et aláírom most. Szerintem is 1-1 lesz. 0-1. Jó lakott a Diós Győr. Hát, szerintem én jövök, ugye? 1-2. Szerintem meg hazai meglepetés 3-2. Sok gólos. Kevés MB2-t nézeltesen. Majd fogsz jövőre. De nem a VIP-ből. Mennyien izét fogtok majd, csak így se, tehát mi 6.-7. helyen leszünk már a az MB2-ben. Tavasz közepén, és akkor majd így ezeket meg fogom kérdezni tőletek minden műsor, minden meccs közvetítésén, hogy figyeljetek már ezt, tehát amúgy itt mi volt, mikor itt izé kiesés ezt a tök, mert nem értetek hozzá. Akkor majd azt mondtad, most mondtad el, hogy jövő tavasszal az MB2 6.-7. helyen lesztek, tehát mi is ezt várjuk. De mi majd telefonon hívogatunk, amikor eldőlt a kiesésetek, hogy mizu. Legyen így, megmondott, hogy zoom-i, Jack Lane kéne pályára küldeni. Az Újpest mi vagyunk, srácok, mi nem esünk ki. Olyan sokszor mondom, azt hinném, hogy így megjegyzitek. Olyanok vagytok, mint a kisgyerekek, azoknak is 500-szor kell elmondani, most kezdett WC után, és utána meg is lehet. Hát még az 500-nál nem járok, csak a felénél. Mindig jövőre. Na, zárjuk, srácok. Köszönjük a figyelmet mindenkinek először is. Elfelejtettem mondani, hogy azért 3-0-ra verte a Mort, de sima győzelem volt. Továbbra is hajrá Diós Győr, nézzetek minket minden platformon. Így van, és holnap ugye jön az MTK VIP adás 6-tól. Lesz premier, tudtok kérdezni élőbe, úgyhogy legyetek ott, mi ott leszünk. Köszi, hogy nézzetek minket. Hajrá Lilák, vagyis így bocs, hajrá Lilák. Első osztály. Csütörtökön pedig érkezik a következő top 9, ami már a világbajnokságra hangol, és azzal foglalkozik. Lesz ezzel kapcsolatban még egy másik jellegű tartalmunk is, és azt még nem tudjuk, hogy a két válogatott meccsről lesz-e külön adás, de ha lesz, ha nem, jövő héttől már ugye VB van, és tervezünk majd a VB meccsekről is forduló kibeszélőket tartani, meg ugye már említettük, hogy közös meccsnézés, úgyhogy majd ez még a jövő zenéje, úgyhogy köszi a figyelmet. Bár ez a rossz VB nem egy magyar foci. A nyírség még mindig piros-kék. Hajrá, Spari! Sziasztok! Hajrá, Vegyész! Hajrá, Barcika! Erőre a szebb jövőt! Sziasztok!
Sziasztok, hajrá, Eto. Azt elfelejtettem mondani, hogy tegnap volt egy jó meccs is egyébként. Eto Akadémia, Gyirmót 4-3, félidő 0-3. Azért ott volt parádé. Tip mix. És Beten egyébként fogadható volt. Csá.